všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunci vstříc. Já všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází, nic mi neschází. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ákos vagyok, ez pedig a TV App, a TuneUp Radio-nak egy sorozatos uh, sorozata. egy tematikus TV appot fogunk prezentálni nektek. A műsorvezető kollégáim ezúttal Gáspár. És a Vesztes Filmbarátok Podcastból ismert Gergő. Gergő, sziasztok! Csak így simán nem kell a felvezetés hozzá. 4-0, 4-0, 4-0. Hát, igen. Éh, igen, Győzni is meg kell tanulni egyszer, srácok, nektek is még egy pár kelleni fog hozzá Gergő, hogy érintett téged ez a, az ismételt vereség? Hát ez, figyelj, harmadjára még meglepősz ne, egyére már nem <laughs> Ez így van Igen Ez így van, egy újabb év egy újabb vereség, mi ezt csak úgy hívjuk Nem baj, majd jövőre 5-0 lesz így van. Nem mondok no. semmit. <laughs> De mielőtt belevágnánk az adásba, elmondom ezeket a kis szokásos mondókákat, hogy a YouTube alatti komment szekcióban várjuk a kommenteket, küldhettek nekünk e-mailt a tuneup 314 gmail.com címünkre. Facebookon és Twitteren is megtaláltok minket, facebookon facebook.com per radiotuneup twitteren radiotuneup néven tudtok minket elérni. Gergő, téged milyen nével lehet megtalálni? Csabi.gergő a név twitteren. Így van, és mindezt fejből mondtam el úgy, mint az András, egyáltalán nem papírra leírva olvastam fel. <laughs> Úgyhogy, de, de hát bele kell vágni hát... ebbe az adásba, mert hát András nélkül nem, nem eshetünk ki ebből a flowból, hogy hogy nem a megszokott felvezető lesz az adás elején. Így van, Igen? már Ákos nagyon, nagyon szépen és elegánsan nem mondtad be a saját tűtteredet, de, de kérlek, Éj. hogy tedd meg. Így van. <laughs> Így van, a saját Twitterem, ez, ez, nagyon hálás az, amikor a saját Twitterét kell bevonni az embernek, saját magát promotálja. Az Ed Lenox, a szaki néven engem is megtaláltak Twitteren, ha szeretnétek, és persze, amit sose tudunk, hogy iTunes vagy Apple Podcast, de ott is tudtok, vagy hát ott tudtunk, tudtok ránk csillagot adni, és az nagyon fontos a podcasteknél, hogy öt csillagot adjatok ránk, hogy minél előrébb legyünk a rangsorban, és minél többen tudjanak minket megtalálni. Véletlenül se a valós véleményeket tükrözze. Ne, Csak azért, öt csillag hogy többen elérjék. Ha, ha, nem tetszik, hogy én itt, mint szélső balos most műsort tezzetek, akkor is öt csillag, mert ez, <laughs> ez, 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 kell. Na de miről fogunk ma beszélgetni? Hát ugye, ahogy a műsor címéből is látszik, szuperhős sorozatokról. Így az elmúlt, hát konkrétan fél évben összegyűlt jó pár sorozat. Uh, és beszéltünk róla már korábban, hogy uh, talán a WandaVision-nél beszéltünk így, uh, így, a TV App hogy, hogy, lehet, hogy arról lehette majd egy uh, részenkénti kibeszélőt, mint ahogy a Mandalorian-nél, vagy a westworld -nél. de aztán az elmaradt, uh, aztán a, Fall, azt a Falcon and the Winter Soldier-nél is beszéltünk erről, <laughs> uh, úgy ott is elmaradt, és akkor így uh, torlódtak, torlódtak, és itt, itt vagyunk, hogy négy szuperhős fogunk beszélni, ami tök jó, mert szerintem ez a négy szuperhős sorozat így nagyon szép páros sokat alkotnak így, mert, mert mindkettő, vagy mind a négy ugye egy olyan sorozat, ami, ami fedi egymást, és lesz egy kis híve az egésznek, ami, ami szerintem érdekes előremutatás, vagy érdekes, ilyen, hogy is mondjam, Érdekesen vetíti előre a jövőt, hogy, hogy hogyan is alakulnak majd a jövő szuperhős sorozatai, vagy szuperhős filmjei. De a, az első kérdés, hogy a Marvel tudta, hogy koronavírus lesz? Mert igazából ennél jobban nem is időzíthettek volna szerintem, a, a például a VandaVision-nel, ami januárban kezdődött. Ugye januárban kezdett, január közepén, és nem ez lett volna az első sorozata a Marvelnek ami a Disney Pluson debütál, hanem a Falcon and the Winter Soldier, de sajnos a Covid miatti, ö, hát forgatási csúszások miatt a WandaVision sorolódott így ö, ö, hát mondhatni pilot sorozattá a, a, a Marvel-nél, ö, és a lehető legjobb az... időben jött. Igen. De azt mellett forgatták annyival korábban? Uh, hát a én... Falcon and the Winter Soldier hamarabb készen volt, vagyis hát hamarabb elkezdték forgatni, csak ott is ugye volt egy csúszás a Covid miatt, mm. viszont a WandaVision-t azt meg rövidebb idő alatt ugye ezt bírták rántani, mivel sokkal kevesebb helyszínen készült, és így Aha. hamarabb be tudták fejezni, nyilván egy rövidebb sorozatról is van szó, csak ugye azon lepődött meg a Marvel, hogy nem csak hogy a sorozatos frontot fogja megnyitni a WandaVision, hanem az egész negyedik fázist. Tehát, hogy, hogy azért előtte még kijött volna itt egy az meg egy Black Widow, mielőtt bemutatják a WandaVision-t. Igen, oh. és érdekes, érdekes, lesz látni, hogy mennyire reflektálnak a filmek, a, például egy WandaVision-re, hogy mennyire volt ez ilyen kőbevésett terv, hogy, hogy azoknak kell előbb debütálni, vagy ezek a ez a sorozatos front, ez, ez úgy elüt a filmektől, hogy nem feltétlenül történetbeli párhuzamok vannak bennük, hanem, hanem, csak tényleg egy ilyen mellékvágány. Ugye ez majd a, jövőben lesz érdekes, amikor itt a WandaVision egyik mellékszereplője is majd szerepel egy mozifilmbe, stb. 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 Úgyhogy lehet, hogy itt még nem, nem lesz ilyen keszekusza Marvel ö, phase negyedik, ötödik? Nem is, ötödik, ugye? Ötödik phase jön most. Talán hát nem, most ég... a negyediket nyitjuk meg. Vagy a negyediket nyitjuk é. meg, bocsánat. hát Nagyon képbe vagyok. <laughs> ez na az... de, na de a Wand Igen? Igen, azért, azért fura ez egy kicsit, mert, mert én nem voltam ennyire tisztában azzal, hogy mi lett volna, a, vagy mi volt a terv a, a, a timingra, hogy mi mikor jön ki. És én teljesen azt hittem, hogy ez egy szendékos, szendékos dolog volt, hogy jó lement a, a jó nagy Infinity War meg Endgame, Uh, amik ugye gyakorlatilag a leg, legnagyobb eddig ilyen Marvel össznépi uh, filmek voltak, és azt hittem, hogy, hogy most pont, pont azzal, hogy uh, pont ezután egy picit így le, lecsütsenek, vagy egy picit megpérnünk, és akkor a, a, a negyedik fázist azt uh, azt a két, hát mondjuk hívjuk tévésorozatnak, tehát két, két mm. sorozattal folytatják, Uh, és aztán majd utána döngetnek vissza megint a, a, a moziba. És, nekem és ez egy tök jó, tök jó gondolat volt, vagy egy tök szép uh, elképzelés, hogy, hogy most, most, van ez a pillanat, amikor, amikor el lehet uh, kezdeni megpróbálni a, a, a tévésorozatok világát. És ugye a, a Marvel csinált már egy, egy azt csak egyet csináltak egy tévésorozatot, az Agents of Shield-et, ami annyira nem kánon, tehát azt már úgy tagadja a fejét. Igen. Ha, ha uh -huh. jól tudom, tehát, hogy kánon, de. Hát csak hát semmi az elején volt. Volt. Igen. Az elején igen. volt, ugye ilyen Samuel Jackson benne, meg a, a torból az a mellékszereplő. Meg a kálszenoidnek. A kás, Hát de, ugye a ügynek volt a legnagyobb átkötő, de a vége felé már annyira elütött, hogy én úgy tudom, hogy azt nem tekinti kánonnak jelenleg a fejig, vagy nem, nem mi ragaszkodnak ahhoz, de hát most ez. Hát a amúgy úgy, volt, mindig még, jobban tudják, igen. Tehát volt még egy sorozat, az Agent Carter, a, uh -huh. ugye kapott a Carter ügynök is egy saját sorozatot, azt hiszem két évadot is megélt. Igen. Igen, hát igen bár azt nem tudom, kinéztem, hogy valaki biztos. Én az első e évadot <gül> néztem. <gül> igen, nem tudom, én én, nem, én azt nem mondom, mert én az Agents of S.H.I.E.L.D-at annó elkezdtem, és egy pár évadig néztem, de hogy az Uh, az azt gondolom, hogy ez még sokkal inkább a klasszikus értelembe vett tévésorozat, meg uh -huh. mondjuk tényleg tévébe ment. Uh, de hogy, de hogy nem csak amiatt, hanem azért felépítésébe is ez a, ez a nem tudom Kíges. én, de so, sok, sok, sok részes, kicsit klasszikusabb uh, tévésorozat feelingje volt, még azért ugye a WandaVision is, meg a, meg a, a Falcon and the Winter Soldier is hát sokkal inkább az új, új sorozatokat, hogy ezt a streaminges sorozatoknak a, a modelljét követi, meg, meg ugye ezek tulajdonképpen nem is, nem is sorozatok, hanem, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon hosszú formátumú film, vagy egy nagyon hosszú, Igen. hosszú Hát egyedül a Panda Vision olyan sorozatosabb felfogású szerintem, Ö... hát azért a részek jól elkülöníthetőek. De a De... Winter Soldier-nél abszolút így van, ahogy mondod igen, de, de, ugye történetét tekintve, tehát, tehát a, a, a abban igazad vagy elkülönnek az epizódok a WandaVision-ben, de ez azt gondolom, hogy, hogy, inkább egy ilyen formai dolog, hogy ez azért van, mert, mert az egész sitcom műfajiságát, meg, a, meg a, annak a, a külsőségeit vették magukra, <kül> de hogy olyan szempontból meg tök ez mint a Winter Soldier, hogy ugye megágyaztak a valami ö, alapszituációt a, a korábbi mozifilmekben, és és azt a történetet, illetve annak a történetnek ugye az Endgame utáni ö, folytatását, azt itt mutatják be, de hogy ez ugyanúgy, ugyanúgy nem egy folytatásos valami lesz, hanem ez egy X epizódban bemutatott, ö, lezárt mondjuk történet. Vagy egy valami olyan átkötő történet, ami mondjuk a, a következő filmben folytatódott vagy egy más alapszituációt ad ki. Igen igen, ezek high concept sorozatok, és pont ezt akartam mondani, hogy, hogy ez nagy felháborodást is vált ki egyébként a, a nagy sorozat készítőkből, mert múltkor volt erről egy cikk, hogy a, ezeknél a Marvel sorozatoknál nincsen showrunner, hanem headwriter van, és a rendező. Uh, és annak idején is a komikonon így konfer, vagy nem tudom melyik ilyen Konon így konferálta fel a fejgi, amikor bejelentette ezeket a sorozatokat, hogy a headwriter és a director, és ugye a showrunner az végül is a fejgi, aki egy producer, aki ennek az egésznek a nagy feje, uh, és, és ez um, pont, hogy sokan azon a véleményen vannak, hogy elveszi a kreativitást, és nem hagy teret a, a, az alkotásnak, mert mindegyik egy ilyen papírforma, ha úgy vesszük. Uh, ezzel lehet vitatkozni egyébként, uh, biztos szakmailag nézve, ez biztos egy ilyen uh, baromi unalmas meló, nem, nem, tehát nem hagynak teret a filmkészítőknek, hanem tényleg olyanok, mint régen a, nem csak régen, de ma is ugye a sorozott rendezők, hogy ilyen kicsit ilyen, ilyen iparos munka, hogy bemegy, megcsinálja a munkát, azt elmegy, hogy így ott nem ők a főnökök, ők csak úgy mond ledirig, ledirigálják azt, a, azt, az adott részt, és itt meg aztán pláne, csak itt például a wandavision és a Falcon and the Winter Soldier, illetve majd a Loki-nál meg az összes többinél, egy rendező van, aki az egész évadot meg, meg, komponálja, és, 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 ahogy te is mondtad, Gásper, ezek nagy filmek, és a során az pedig a Kevin Feige, aki tudja, hogy ez melyik filmbe fog visszatérni, ez a sorozat miért kell, és melyik film vezetett idáig. Marvel szinten szerintem ez, ez egy tök jó dolog, viszont ha úgy vesszük, mint sorozatokat, akkor valóban felmerül a kérdés, hogy lehet-e ezeket sorozatoknak hívni. Uh, uh, mert mert ha egészben nézed, akkor tényleg egy ilyen nagy filmet kapsz. A WandaVision-nél szerintem, és akkor szerintem térjünk rá a WandaVision-re, a wandavision de tök jó volt, és az nem is működött volna a filmben, mert ez pont, hogy a, az a, az a sitcom uh, műfajmix adta neki azt a jelleget, hogy hogy ez egy sorozat, és ezt és filmben baromi nehéz elképzelni. Viszont az, hogy a Disney ezeket hetente tolja ki, tehát nem az van, mint a Netflixnél, meg a legtöbb streaming szolgáltató, hogy kitolják az egész évadot így egybe, hanem részenként, vagy hetente jelenik meg egy rész, az adott neki egy ilyen nagy eseményt, hogy várd a következőt. Mondjuk Gergő, te azt hiszem pont, hogy így egyben nézted meg, ugye, a WandaVision-t. Igen, én így tömbösítve néz, tehát az első nyolc részt, és. Uh -huh. Mert azt hittem, hogy nyolc részes az évad, És ká, ki van a nyolcadik, jó jobban fasz, megnézem. végül volt a nyolcadik rész, és egy kurva ideges lett, hogy eddig nem lehet vége, ne szórakozzunk már. Tehát vagy ezt komolyan egy filmbe akarják nekem megválaszolni. És utána egy kicsit lehigattam, hogy jó, elnéztem, kilenc epizódos lesz, és akkor úgy lezárult az egész. De igen, nekem úgy kb. egyben ment, de nem egy nap alatt, hanem úgy volt, hogy négy-négy epizódot néztünk akkor is. Uh -huh mert hogy így jól olvastam, hogy elég tömör azért ezt egyben megnézni, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor kettő beszéd szedjük. És akkor az lesz, a, az lesz a menetrend. Na, tök jó. És a, a, te meg Gáspár úgy csináltad, mint én, ugye, hogy így hetente nézted az epizódokat. É, igen, én többnyire hetente, bár, bár, én is egyébként valamiért az utolsó előtti részt, tehát én is azt hiszem, nyolc rész, és aztán így így megnéztem, hogy ú, na ez egy oké, okay, kicsit ilyen csattanós, vagy egy kicsit cliffhangeres finálé, hát jó, én is úsztam a szám, hogy jó, oké, okay, majd akkor izé, következő filmbe biztos, <laughs> és aztán nem tudom, hogy a másfél értek hogy elkezdett gyanús lenni, hogy ez már izé, szőlőske is kiírt, hogy WandaVision évad záró, meg Ákos is ilyeneket rak ki, nem tudom, Twitteren, Facebook hogy Facebookra, hogy WandaVision évad záró, elnéztem valamit, hogy miért, ezért, miért egy évvel később dobja fel ezeket a Facebook, és aztán bennem is tudatosult, hogy jám, csak hogy uh, még nem láttam egy részt. Hm. Um, és aztán úgy pótoltam be, de még, még kicsit vissza visszatérnék itt a, a sorozat meg showrunner formára, uh -huh. egy formátumra, hogy én azt gondolom, hogy egy picit, picit azért, ez az, lehet, hogy a Marvelnek is egy ilyen útkeresés, vagy egy próbálkozás volt. Ugye pont azért, mert, mert még ilyet nem csináltak. Uh, csak ugye a, a, az Agent of, Agents of, shield meg, a, meg a, az Agent carter -t, ami ugye ezért még egy másik, másik ére volt. Uh, igen, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy pont, pont ez a ami, ami, ami jellemző, hál' Istennek mostanában a marvel hogy azért egy picit megengedőbbek. És egy picit, picit már ők, ők látják azt, hogy, hogy érdemes egyes uh, alkotóknak egy picit teret adni, és egy kis szerzőséget is belevinni a, a saját filmjékbe, mert már, már legyártottak nem tudom hány klasszikus ö, szuperhős filmet, és, és, és nem tudom, hogy 87 egyére legyártani ugyanazt a receptet, az nem annyira jó. És ezért inkább azt mondják a Taika waititi -nek, hogy tessék, őrüljél meg, és akkor születik egy Ragnarök, meg születik majd egy Love and Thunder, meg, meg itt most azt mondják a blizzerzőgéhek, hogy, hogy csinálja, amit akarsz a WandaVision-nál, és, és csinált, amit akart, és lett belőle egy kurva jó műfai mm. ö, valami műfai szerzői, nem tudom én, játék ö, zseniális formában. Mm. É, és pont, pont ez a gyönyörű benne, a, most szemlékosan nem beszélek a, a Falcon the Winter soldier mert az szerintem a legkevésbé Ö, eredeti ilyen szempontból. Hm. Ö, de, hogy, de hogy pont az a, pont az a, a baromi jó a, a, a hogy, hogy egyrészt a, a, történet az ott van, tehát folytatódik a az Endgame-től, és, és, ismered a karaktereket, és megtörténik az, aminek meg kell történnie, ami beleilleszkedik a mindenféle kánonba, meg, meg lehet rá majd a következő részekbe hivatkozni, mert film film értek következő részek alatt, de ugyanakkor meg volt benne egy olyan eredetiség, amitől azt mondod, hogy igen, ennek, ennek ilyen formába kellett elkészülni, ezt a Disney Plus-ra kellett kiadnia, kiadni, ennek kilenc résznek kellett lennie, és kurva jó. És van benne, van benne eredetiség. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy ezt folytatják, és remélem, hogy a loki is lesz, lesz egy ilyen vonal, meg a még azt követő nem tudom hány ilyen sorozatban mit csinálnak. Mert, mert mert, azt gondolom, hogy ez, ez működik, és ez tök jól működik, és nem, nem gondolom, hogy ez szétesik, vagy ez elvesz bármit is a kreativitásból, vagy, a, vagy az egésznek az univerzum jellegéből, Ö, sőt. Hát Marvel kereteken belül ez nagyon jó, hogy ugye megint az van, hogy a Kevin Feige ezt az egészet fogja, és emiatt nem lesz az, hogy valami nagyon-nagyon kilóg, és nem fogják elkövetni azt a hibát, amit a Star Wars-szal, és, és emiatt ugye nem lesz olyan ember, aki tulajdonképpen elveszítheti a fonalat, hogyha amúgy képben van a sorozatokkal, mert, mert a Kevin Fági összerántja neki a háttérben ezt az egészet. Csak ugye tényleg a, ugye a szakma beliek, ugye ettől ilyettek meg, vagy mi van, hogyha máshol is ezt bevezetik, hogy, a, hogy az íróknak nem lesz igazi szabadsága, mindenki a producernek fog dolgozni. Ami ami lehet egy jó dolog is, hogyha egy ilyen Marvel a végeredmény, meg lehet egy borzasztóan rossz dolog is, hogyha mondjuk egy Zack Snyder van a közepén az egésznek. <laughs> És most tudom, hogy ez csúnya volt, de attól függetlenül tényleg az van, hogy, hogy, hogy jó, hogy itt ez működik, de nem kell, hogy mindenhol ez legyen. Igen, igen, és szerintem ez nem is lesz iránymutató. Maximum még, amit el tudok képzelni, hogy ha már ugye Marvel, akkor Disney, és akkor a Star Warsnál is szerintem ugyanez dominál például a ott ugye a John Favreau, aki, aki úgymond a showrunner, és szerintem ott ő lesz az át... John Favreau és a, a Filoni. Dave Filoni, igen, hogy szerintem ők ketten lesznek azok, akik ezt a sorozatos vonalat ketten így vinni fogják, is és uh, megpróbálják nem megcsinálni a Rangers of the Republic, de New Republic, vagy mi volt az a sorozat, amit most elkaszáltak. Hát nagyon kár érte, én ér, nem. Uh, nekem az a bajom egyébként viszont, hogy tehát a, a az, a, az az elképzelés, hogy ugye, ugye a Kevin Feige egy showrunner, showrunner gyakorlatilag, vagy mondjuk így egy, egy vezető, aki kézbe tartja, uh, az, az ab, annak megvan a veszélye is. Tehát ennek a modellnek, amit felraktak, ez ugyanúgy elsőhetett volna visszafelé, mert az, hogy ugye a Kevin Feige az úristen és mindenem, mindennek rajta át kell futnia, az simán jelentheti, vagy jelenthetné azt is, hogy, hogy minden ugyanaz a papír sablonéző. Igen. És, és, és az, a, az, a, jó a Marvel részében, hogy, hogy nem ez történt, hanem ő, ő kiad, kiadott annyit, ezt erről reggeltem az előbb, hogy hogy kiadott annyit a, a, az egyes alkotóknak, amennyi amennyi nem ö, töri ketté az univerzumot, de, de igen, tehát ő kézbe tartja azokat a fontos szálakat, vagy azokat az infokat, amiket kell, de az alatt viszont ad egy csomó kreativitást. És nekem az a, az a bajom, aztán ne legyen így, hogy a, a, a Favro, meg a Filoni, azt szerintem pont nem ez lesz, hanem az pont az lesz, hogy ők gondolnak valamit, van egy egyféle elképzelés a Star wars és az lesz az összes sorozat, és ezért mindenki baszott unalmas lesz. Ezt most arra alapozva mondom, csak a címek, amiket bejelentettek, hogy ugye ezért Bukov Poba Fett, meg, meg mi a bánat van a Bad Batch, obi -Wan, obi, -Wan Kenobi. tehát hogy, hogy már onnan indul az egész, hogy nem bírunk elszakadni a Skywalker-ektől, az ecolights ami, ami úgy tűnt, hogy ú, az valami érdekes lehet, vagy nem tudom, mikor játszódik, az is nekem nagyon erős a gyanúm továbbra is, hogy az, az is izé, Dart Plagueis, tehát nem közvetlenül, de mondjuk egy generációval, vagy egy-kettő lépcsőfokkal a, 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 az Anakin Skywalker előtt játszódik, és majd, hogy nem róla szól, vagy az ő, ő hozzá meg a Sidiushoz jutunk el, tehát hogy, hogy, hogy pont azt nem képesek ott megcsinálni, ami, amiért nem tudom, én az egész Mandalorian alatt sírtunk, hogy itt van egy tényleg kurva nagy galaxis, kurva nagy lore, kurva nagy bármiről lehetne bármilyen sorozatot csinálni, de nem. Még inkább obi életérő abba a másfél órában, amit még nem láttunk az összes film, hogy akkor vajon mit csinált, azt most mutassuk meg egy tíz részes sorozatban. Faszt érdekel. Mert hogy szakálápolási tippeket fog osztani amúgy. Igen. Tehát... Hogy neked is érdekes legyen. <laughs> Igen. De, de hogy maradjunk pozitívak, maradjunk a WandaVision-nél, ami, <laughs> ami szerintem mindannyiunknak nagyon tetszett, ha, ha, a jól emlékszem, <laughs> de cáfoljatok meg, vagy erősítsétek meg a, ezt a tényt. <laughs> Nem, abszolút, abszolút a? egy nagyon pozitív bebikázása volt ez, és Tényleg nagyon szüksége volt szerintem mind a Marvelnek, mind a nézőknek erre a kis hogy, hogy igen, itt egy icipicit azért könnyedebbre fogjuk venni a jelenetek nagyobb részét, tehát, hogy ugye tényleg ilyen szitkomos lesz, de azért belekeverünk egy icipici mindfuckot, azért egy icipici külsős karakterek, bere, karaktereket berántunk ide, közben felvezettünk valami új figurát is, tehát azért kapott az ember annyi újat, hogy nem mondhassa rá az, hogy na ez a papírforva Marvel. Hm? És hogyha minden sorozatban ennyi lenne, bár tudod az a baj, hogy ezt a nagyon magas szintet elvárni mindentől egyszerűen nem igazságos, Igen. de de minden esetre azért, hogy az embert megnyugtatta, hogy oké, okay, nem feltétlenül döntöttek azok jól, akik azt mondják, hogy az endgame után én bevégeztem a Marvel-vel. Uh -huh. Ez tök igaz. Főleg azért is, mert az egy csodálatos sorozata a WandaVision, mert két olyan mellékkaraktert helyezett fókuszba, akikkel én őszintén megmondom, pf, rohadtul nem érdekeltek soha, csak a, 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 maguk a színészek, mert Elizabeth olsen is én nagyon szeretem, meg Paul bettany is én szeretem, de hogy így a, a karakterekkel mindig így a háttérbe szorultak, vagy hát Elizabeth az egy kibaszott jó színésznő, és kapott egy ilyen karaktert, és ő tudta kezdeni ezzel valamit, de sose tudott, mert sose volt erre idő. Ugye a Civil war úgy megpedzegették, meg a, nyilván az Ultron korából, hogy behozták a, a, karaktert, de sose volt ö, egy releváns ö, karakter, és sose érdekelt és azt hittem, hogy ő sose fog. <laughs> Tehát, hogy így, ő, ő egy ilyen mellé karakter, kit érdekel, és ebben a sorozatban meg tudták azt csinálni, hogy jelenleg ő a kedvenc Marvel karakterem, legalábbis itt az MCU-ban, az élőszereplősben. Mert, mert, mert egy annyira érdekes életutat, egy karakterutat adtak neki ebben a, 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 a sorozatban, hogy így egyszerűen, fájdalmas volt nézni az ő útját, mert kb. még a, a, az ég is rászakadt. <laughs> Szegény, annyi szenvedés érte az élete során, de pont ettől volt jó, és ezért működött a sorozat, mert mert kifuttatták oda, hogy, 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 hogy mi is ez a karakter, hogy mi a gyász, hogy ho, hogyan lehet feldolgozni ezt, hogy hogyan lehet feldolgozni ennyi veszteséget az ember életében, és ettől lett a, a Vanda a skorlát boszorkány, és ez valami kibaszott erős karakterút, amit így látunk ebben a sorozatban, és barom erős jelenetekkel is operál, sőt, amikor ugye kiderül az az egész sitcom mix, ja, és egyébként spoileresek vagyunk, az megszokhattátok, de amikor kiderül az, az egész sitcom egyvelek, hogy, hogy miért is és hogyan hatásodász, de közben meg annyira szívbemarkoló, hogy, hogy neki ez a, ez a buvó hely, ez a mencsvár, a, 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 ami, ami, a legnagyobb háborús zónában is egy mencsvár volt, ugye, ahogy az ágy alatt kuporgott, és ott volt mellette a ketyegő bomba, és ott a háttérben ment a tévé, biztos emlékeztek erre a, a stitre, Az annyira erős és annyira sokat mond erről a karakterről, és arról, hogy, ugye, hogy az emberek életébe is ez, ez, általában így van, hogy, hogy van egy ilyen mencsvár, ami, ami csak ő. És, ezért nem öncédű ez a sorozat, mert az elején úgy tűnhet, hogy jaj, hát azt hiszem, két rész, három rész telik el, hogy itt csak szitkomok vannak, és azt hinzi az ember, hogy ez sehova nem fog kifutni, hanem csak ilyen öncéluskodás. És aztán szépen adagolják, ez is szerintem baromi, hogy adagolják a, a kis a kis ilyen fogóckodókat, hogy, hogy akkor ez mi, ez mi, ez hogy. Ö, és, és aztán kifut valahova, és szerintem bravúros volt ebben a sorozatban. Uh, igen. Mind, minden, minden 80 dologra, amit elmondtál egy levegővel. Uh, én, 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 is annak idején azért kétkedtem egy kicsit, hogy, hogy hogy, hogy, sikerül ezt, a, ezt az egészet összerakni, meg, meg tényleg én is mielőtt, elkezdtem nézni, így, így, jó messzire vissza kellett menni, hogy, hogy akkor tulajdonképpen mi is történt a, a, a Vandával, meg a Vision-nál, mert valahogy, valahogy soha nem volt meg. Vagy nem, így nagyjából tudtam, hogy jó, igen, szerelmesek, meg jó, igen, ez a mekkora Vision, és ez És hogy azért, azért, vissza kellett nézni egy pár filmet, meg ugyanez a Falcon and the Winter Soldier előtt, meg még inkább. De, de az, a, az baromi jó egyébként ebben, hogy, hogy működik. Tehát, hogy, hogy tényleg, ha visszanézed a filmeket, vagy képbe vagy, akkor, akkor tökre abból következik, és, és van egy csomó ténylegesen olyan pont akár a, a filmben, akár a sorozatban, hogy érzed, hogy ez tényleg ugyanaz az ember, ez az ő életútja, ezek a dolgok megtörténtek vele, ez azért történik most, mert az történt a múltba, a, a múltba tehát, hogy így, így, így teljesen öm, egy egész koherensé össze a, 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 a film, és a sorozat, és ugye ezáltal az egész Marvel univerzum. Ö, és, és nem esünk ki ebből. Én azt gondolom, hogy még az elején se ezzel a, ezzel a, a még meg nem magyarázott sitcom világgal, mert, mert azért, azért ott van benned nézőben, tehát hogy te, te annak ellenére, hogy, ne, hogy, nem tudod, hogy miért, de érzed, hogy itt, itt valami van. Tehát, hogy ez, 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 ez itt valami nem oké. Okay. És mert talán az első részekben is benne van ez a, Uh -huh. ez a, a szordos miért? tehát, hogy ott közben kintről nézik az emberek, vagy az a ügynökség, hogy itt most vajon mi történik, meg van csinálja, meg stb. több, ugye? Konkrétan azzal végződik az első rész, hogy, igen. hogy, így nézi valaki őket a tévén. Ja, igen. És mi hát, hogy... hogy az a befisztó! <laughs> <laughs> Oké. Okay. Na, ezért nem vagyok fent hüttelen, különös, ezért nem olvasok ilyeneket. <laughs> de hogy, na, de hogy az a lényeg, hogy, hogy tényleg, tehát az, a, 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 sorozat sem próbál hülyére venni téged. Tehát, tehát nem, nem akarja elhitetni, hogy ez most nem tudom akármi, hanem, hanem egyből ad egy olyan nagyon finom és, jó értelemben felszínes fogózkodót, hogy igen, ez most valami misztérium. És egyből érted, hogy itt most valami történt. Nyilván, ha mondjuk tisztában vagy azzal, hogy kicsoda a Vanda, vagy mi a Scarlet Witch, vagy ki, akkor akkor mondjuk tudod, hogy hogy igen, neki vannak ilyen valóság uh, torzító, meg, 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 meg másító képességei, uh, és akkor akkor is érted, hogy aha, jó, akkor ezt ezt nyilván ő csinálja. Oké. Okay. De még mindig ott van, hogy miért csinálja. Tudatosan csinálja-e, mennyit tud, mennyire irányít mindenkit, vagy vagy ez egy tök tudat alatt létrejött világ, ami ami csak egy egy passzív manifestációja az erejének, és, és akkor is érdekes. Tehát én, én, mondjuk kb. ennyit tudtam a Scarlet és, és tök érdekes volt ezen, ezen agyalni, hogy most ezt direkt csinálja, vagy nem direkt csinálja. Mi van? Tudja, nem tudja. Él a vision, vagy nem él a vision, vagy mi a francom vele. És, és tényleg, felrak fel, fel rak egy ilyen világot, ami, ami, ami érdekes. Story szinten is, formailag meg hát zseniális. Ö, igen, plusz ö, ugye a sorozatnak ez az egyik nagy dilemája, hogy amúgy van, de itt akkor egy pozitív karakter, egy negatív karakter, egy áldozat, vagy esetleg mm. egy agresszor, tehát azért úgy, ez sem egyértelmű a sorozatban egy jó ideig, és a végére sem biztos, hogy azt a választ kapod, amire amúgy számítasz. Sőt. Mert, 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 abszolút nem arra gondolsz, hogy azért csak nem börtönzött be amúgy több száz embert a Vanda, csak azért, hogy ő maga tudjon terápiázni egy picit, és amúgy de. <laughs> tehát, hogy, hogy amúgy tényleg erre futott ki a történet. És pont ettől ugye azt mondod, hogy igen, tehát uh, nyilván a nagy erő nagy felelősséggel jár, a nagy trauma meg nagy terápiával jár, és, és abszolút megérted, hogy miért történt ez, és szerencsére a sorozat nem is próbálja meg amúgy mosdatni a karaktert, mert mert azért ott a városlakóknak azért van. Van egy pár tőr a tekintetében, amit úgy kiszornak a, a vandának közben, mm. és igazából ez volt az, hogy, hogy nem próbálta meg amúgy túl ezt az egészet. Ami miatt szinte már azt is lehet mondani, hogy lehet, hogy talán az egyik legfelnőttebb Marvel történet volt az összes közül. Ez, ez, egészen biztos egyébként. Uh, én nagyon örültem annak, hogy a végén nem, nem, nem lett belőle egy ilyen morális mosdatás, és, uh, és, és nem, 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 lett ő a nagy hős, hanem, hanem így elszállt, és egyedül él a kis vityhillójában, valahol az Edward Norton féle Hulk mellett. Lehet, uh, amúgy kiadta neki a Bruce Banner, tehát így, ilyen nem. albérletbe, ilyen Igen. egy hónap kaukcióval, baráti alapon, mert amúgy kettő lenne. <gül> <gül> Lehet. <gül> Igen. De hogy tényleg ez, ez, egy, ez, egy, hát szép lezárása volt ennek a karakternek, és, és arról még nem is beszéltünk, hogy teletették a sorozatot mindenféle ilyen easter amit lehetett vadászni részről részre. És ezért kérdeztem az elejé, hogy ki hogy nézte, mert, mert ez szerintem egy iszonyat jó esemény sorozat volt. Én már valamelyik adásban ezt mondtam, hogy, hogy én ezt iszonyatosan vártam hétről hétre, Uh, mert, mert mindig volt valami benne, hogy, hogy uh, most itt, itt mi lesz, és, és hogy, és mi, és utána megnéztem rengeteg ilyen, uh, ilyen idióta, eh, nem tudom, Fenty, DTSU, MIST, INE, meg hülye, ilyen hülyeségek, és, és barom jó, hogy így mindenki eh, így kis, nem tudom, ezek a, az, ezek a jelek, a Sword logó, meg a tudom én, hogy itt az, el, az első részekben is jelen vannak, és ki lehet találni, vagy ugye a, az Agatha Harknessnek a kis nyaklánca, hogy az ott sokat elmond a karakterről, hogy az Agnes, ez, hát Agatha Harkness ennek a rövidítése. Tehát e, ezek tök jó voltak, és... és Például nekem nagyon tetszett, ami lehet, hogy sok embert kiakasztott, de hogy Even Peters-t visszahozták, és egy ilyen trollololó karakter lett belőle, mert a mindenki, hogy a Quicksilver, Igen. Kösz. hogy behozták a, ugye Even Peters a, az X-Men féle univerzumban alakította a Quicksilvert, t itt ebbe az univerzumban az Aaron Taylor Johnson, alakította, és itt megcserélték, és mindenki abban reménykedett, hú, multiverzum, nem, csak az Agatha megbabonázott egy, egy ilyen fiút a szomszédból, és ő elhitette Vandával, mert ugye ő meg gyászol, hogy, hogy igazából már nem emlékszik az arcára, a, a az öccse arcára, és ezért így, így, emlékszik rá. És ez is szerintem egy tök jó dramaturgiai húzás. Igen, totál elhiszem, hogy a Vanda elhiszi, hogy ő az öccse, mert a, 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 amikor elvesztesz valakit, és eltedik jó pár év, sőt, évtized, vagy nem tudom, akkor azért egyre haloványabb az emléke az arca, és nem vagy biztos benne, főleg, ha még pluszba átmész öt különböző traumán, miközben gyászolsz. Úgyhogy igen, tehát ezek, ezek mind tök jó dolgok voltak szerintem. Nekem, nekem az volt ebbe a, a meglepő, vagy nem is tudom, az érdekes, hogy uh, ugye azt szerintem egy zseniális pillanat, hogy ugye, amikor megjelenik először a, a, a csávó, az X-Men-es Quicksilver, bárhogy is hívják, Hm? Ö, akkor ugye a, a, a Keddeningsnek a, 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 kommentje az az, hogy hát ezért újra kasztingolta az öcsét. Igen, ami, ami, tehát az, az egy nettó zseniális pillanat, hogy, hogy egyszerre önreflexív és működik a, a, az univerzumon belül ki mindenhol. Igen. És, én, és, én, azt mondom, hogy hozzák így be ezt a csávot, és legyen ő a Quicksilver, és hozzák vissza, és nem érdekel, és ez geci Mm. hogy, 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 hogy így, így, kell iszonyatosan kreatívan uh, egy ilyen random újra casting per feltámasztást megcsinálni, mert azt mondom, hogy legyen. Tehát, hogy tökéletesen beleillik az univerzumba, és, és, legyen. Uh, de ugyanakkor meg igen, és aztán ugye ez, ez mégse lett, uh, de, de, arra is azt mondom, hogy jó, hát oké, okay, nem lett, nem baj. Nem, nem mondom azt, hogy rohadjon meg mindenki, kicsit azért sajnálom, mert, mert bírom a csávót, meg, meg, meg jó lett volna, de, de ugyanakkor meg, meg igen, az a, az a, jó, hogy, hogy visszanézve a sorozatot, majd ha egyszer visszanézem, akkor nyilván ugye azért, azért ha nagyon, nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor ez tényleg a, a, a gyászról, meg a, meg a lépésről, meg a veszteségek elfogadásáról szól meg a feldolgozásáról ez a sorozat, és, abban meg azt kell, hogy, hogy igen, szembesüljünk vele, hogy ő, ő igenis meghalt, mint a Quicksilver. Bármennyire is, mondjuk az Age of ultron megnézve, hát a halál az eléggé így a semmiből jött. Tudom, valaki lelőtte. Azt tudom, hogy egyáltalán egy ultra robot volt el, vagy csak egy valaki. de, de, de hogy tehát tényleg itt, itt is zseniális pillanat volt ez, amikor ő megjelent, és, amit ott művelt, az, az kegyetlen jó volt. Főleg azért, mert ugye illett is a sorozatnak a világába, meg a történetbe. Tehát nem csak az volt, hogy jól van, tessék, akkor most egy kicsit körbe szopkodunk, és akkor örüljetek, hanem pont az volt, hogy, hogy az egész következetes volt. Még akkor is, hogyha az ember nem számított rá, főleg, hogyha frissen nézte az epizódot, és nem volt az, hogy nem tudott elég hashtaget letiltani Twitteren, hogy véletlenül se fusson bele, mert én szerencsére belefutottam a kurva életbe, és folyamatosan tiltottam le a kifejezéseket, hogy Vanda, meg Vision, meg Marvel, meg mit tudom én, és akkor pont a Quicksilver-t nem, tut, nem tiltottam le, meg az Evan peters és ez a kettő egy egymás mellett megjött, és mondta, ó, bazd meg, akkor felbukkan benne. És akkor így már előre tapsoltam, ö, először a dühömtől, aztán utána meg attól, hogy amúgy ez egy mekkora ötlet, és mm. még ennek ellenére is ütött a jelenet, amikor megláttam a szem szóval az ötödik rész végén kopogott be. Ha jól mm. emlékszem, hogy negyedik rész végén. Igen, igen. Ö, és tényleg ez óriási. Már egyrészt tényleg azért, mert én is nagyon bírom a, az Evan peters Aha. és remélem, hogy minél több helyen fogjuk látni, ahogy most a Mare of East is szerepel. Csak úgy mondom. Mm -hmm. <laughs> és, és tényleg, ez egy óriási nagy pillanat volt. Csak ugye pont nem azt tépték meg, amire mindenki számított, hogy na, akkor össze fogják mostni a, a Fox X-Men-nál. Szerintem gondolom azt ki akarják törölni, főleg a Simon Kimbernek a filmjeit. <laughs> ez nagyon helyesen. <laughs> az nagyon helyesen. De, de abszolút nem is illet volna ide az, hogy, hogy behozzák ezt, mint így multiverzumként, mert nem a történet nem annak célját szolgálta, és teljesen random lett volna, de sokan ezt nem tudták elfogadni, de. tehát sokan kiakadtak. Igen? Bocs, hogy, hogy, én, én nekem azért is tetszett volna, mert én nem multiverzumként értelmeztem, vagy értelmeztem volna ezt, tehát, hogy... Ja, hogy ők, ők ott vannak ebben az igen. univerzumban? Aha. Nem, 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 Hanem, hogy, hogy, az lett volna a zseniális, hogy, hogy, hogy ennek a, ennek a Quicksilvernek nem kellett volna tudnia, hogy tisztában lennie vagy a azzal, hogy, hogy, mi történt az X-menessel. Hanem, tehát én ezt úgy értelmeztem, hogy tényleg ez egy, ez egy, ez egy újra casting. Ja, Tehát, meg. hogy Vanda ha. valahogy feltámasztja a, a, az, énjét, a, az öcsét, a uh, hiszen ugye mindegy képes erre is a valóság énjét, felítésével, manipulálásával, és, és, egyébként az öcsét most egy másik színész játsz, ez ugye az univerzumon kívül. Uh -huh. Ö, és az a színész, ez mondjuk történetesen az a színész, aki egy másik, vagy félig másik franchise-ba játszotta ugyanazt a karaktert. De hogy én, én, nem, én nem kapcsoltam össze a, 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 a kettőt, vagy nem azt gondoltam, hogy egy másik univerzumból, vagy másik dimenzióból hozta át ezt a figurát, uh -huh. hanem, hanem hogy tényleg, tényleg újra castingolta, és ezért valahogy máshogy néz ki. Ja, ért értem, értem. Hát igen, ez is egy... Tehát ez is belefért volna tényleg a sorozatnak. És, a igen, és, így is, és így, is, így is működött, vagy nekem így, így is működött volna. Aha, aha. Ö, és igazából akkor... <laughs> tehát a... Amikor meg úgy rájössz, hogy ő kicsoda valójában, akkor nyilván ez egy hideg zuhany, hogy csak igazából egy hülye gyerek. <laughs> semmi köze a, a semmihez, sem, semmi újrakaszting, semmi multiverzum, csak egy sima, meg kis meg uh, megbabonázás. És itt rátérnék én a sorozatnak a negatívumára, amiben szerintem megint egyet fogunk érteni, az pedig az utolsó rész. <laughs> És ott is főleg az, ahogy a tetőponthoz érünk, ahogy a Skarlát boszorkány megküzd Agatha harkness és ezt nyilvánvalóan úgy kell -e rendezni, mint minden egyes Marvel filmbe hatalmas boss fight nagyon látványos boss fight. az egész család harcol, a kisgyerekek is harcolnak, a mindenki harcol, még a, a, a Kate Dennings karaktere, a Darcy is visszatér, és így... <tosz> Tehát ez minek kellett behozni? Minek kellett így le, lezárni ezt a történetet. Ez abszolút kilóg, szerintem a sorozat világából, maga a lezárás legalábbis... De a Marvel szerint... világából nem. Szerintem má... ez a baj. Helyet. Igen, ez a baj, hogy hogy ilyenkor. tehát Én már az első. két rész óta így így néz, néztem ezt a sorozatot, így hetentes, ne, ez nem lehet igaz, ne, nem lehetnek ilyen bátrak, nem, nem, úgyis le fog menni kutyába, úgyis le fog menni kutyába, és mikor megy le kutyába, az utolsó részre, és, és ez még jobban fájt, hogy így majdnem tökéletes lehetett volna, de jött a lezárás, ami egy ilyen iszonyat nagy, gagyi CW katyvasz boss és nem illik ide, nem így kell ezt a két karaktert össze mérkőztetni vagy összerakni, hogy akkor ők most mérkőzenek meg, hanem valami elmeháború lett volna vagy nem tudom, valami de ne, ne így, hogy a felhő vagy az égen repkednek és iszonyat szar green screen-nel a hátuk mögött, így megolvad az egész virág pirosba. És itt nem nagyon, nagy, nagyon nagyot rontott az összképen maga az utolsó rész, de ennek ellenére nem tudok haragudni a sorozatra, mert úgy a, az utolsó pár perc az tényleg egy ilyen nem elmismásolása a történeteknek, hanem vanda továbbra is. Ilyen viszont megküzdött a saját gyászával, elengedésével, és elmesélték ezt a történetet, csak hát ugye az utolsó rész az volt, vagy hát az utolsó... Uh, ilyen 20 perc az volt egy olyan, ami ami, nem kellett volna. Nem tudom ezzel ti hogy vagytok. Hát tulajdonképpen ez olyan, hogy most azért ne, 20 perc azért ne tudjanak már tönkretenni egy egész sorozatod. De ez ilyen trónokharca uh, uh, szindróma lenne, hogy uh, világ legrosszabb sorozata, mert az utolsó évad nem tetszett, amúgy meg az elsőt imádtad. De hogy Igen. itt is azt érzem, hogy itt is azért van annyi a pozitív serlegében a, a mérlegnek, hogy amúgy ne kezdjünk el, az, ne kezdjük el azért temetni, meg a sorozatot. Igen, az, az nekem se tetszett abszolút, de ugye a történet az főleg a, a Vandának ez a, ez a folyamata volt, ez az ő lelki volt. És ugye a, me, a mellé kapott egy ilyen mellékszállat a csípúival, de a Vandának a történetét nem az oldotta fel, ugye? Hanem az ő körútja igazából az emlékeiben, meg hogy igazából a, <kül> a végére lemondott a tervéről, és utána talált magának egy másikat, ö, ami ugye már az epizód legvégén volt, és nekem az volt a sorozatnak a gerince, ami viszont jól működött. És ezt nem tudják azzal elrontani, hogy amúgy volt benne ö, egy ilyen iszonyatosan gagyi jelenet sor. Mert, mert az, az, tényleg csak egy az, egy... az egy kiló almából egy rohadt darab. Tehát, hogy hogy, hogy hogy amilyet nem fogod kidobni az egész kosarat. Uh -huh. uh, igen, ezt én is, én is így gondolom, bár bár ugye, mivel én nem tudom, én 3 4 7, láttam az utolsó részt, uh, ezért így, ezért így uh, valamennyire megold az, hogy itt, itt ez már ne ilyen meh, meg Ákos már rinyált vittelen. Uh... De mindenért rinyál ő, úgyhogy igazából é, Hát minden... Jó, de így, itt most lehet, hogy kivételesen értelme is volt. De hogy, tehát hogy azért valamennyire, valamennyire számítottam rá, hogy, hogy ez lesz, és, én, is, én is egyébként abszolút Gergővel értek egyet, hogy, hogy azért ez a sorozat ez volt annyira jó önmagában, hogy ez, ez egy ilyen epizód, vagy egy ilyen záró rész ez ne tegye meg, meg, azért én azt gondolom, hogy, hogy még mindig egy egy franchise-ba, egy univerzumba kellene az egésznek beépülnie. És, és azt gondolom, hogy ha, ha ez az egy epizód az ára annak, hogy, hogy egyébként meg előtte nyolc részen keresztül azt, azt lehessen csinálni, ami, amit csináltak és ami történt, akkor én azt mondom, hogy jó, akkor, akkor ezt az árat ezt én, én hajlandó vagyok megfizetni, és azt mondom, hogy oké. Okay és akkor megnézem azt, hogy egy részbe itt izé gyakják egymást a felhőkbe, hát én is örültem volna valami kreatívnak, de jó, legyen. Még, még, még így is volt egy, egy kurva jó sorozatunk, és, 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 tényleg új, új, új irányt adhat ennek az egésznek, vagy egy új, új dimenzióját nyithatja meg ennek az egész uh, mi az? Cinematic Universe-nek mi az? Moziverzum. Csak sikerült Igen. És ez tényleg megnyitotta, mert ugye ez hozza el nekünk tulajdonképpen gondolom a Doctor Strange 2-t. Tehát, hogy elég sok lesz elvileg az átkötés, meg ugye be vannak jelentve már a castingok. És így megint azt érzi az ember, hogy oké, nem is lesz valószínűleg több évad, mert én azt olvastam, hogy nem, 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 kell ez még elolvasni, sem meg kell nézni a sorozat, és rájössz, hogy ennek nem lehet második évada. Sehogy se. De viszont ez tök jó tovább tud élni filmekben. Igen, és nem is kell második évada. Abszolút év. nem. Nem, nem, ez így van. Ez így van, és uh, tényleg csak, csak ilyen sorozat. Tehát ha ez lenne a legrosszabb már, akkor csak ilyet. <laughs> ez, ez egy nagyon jó uh, példamutató sorozat volt. És a, még annyi, hogy a technikai részéről nem is beszéltünk, de van egy ilyen fun fact erről a sorozatról például, hogy a Jess Hall, aki, a, aki az operatőr, ő 47 féle kameralencsét használt a hét idő periódushoz. Tudjátok a... <clears throat> a korszakokhoz. És az is, hogy ennyire komolyan vették magát a szitkomot, mint műfajt, a plánolást, a, vagy plánozást, a, azt, hogy milyen világítás, hogyan, hogy ugyanaz a, a, az a az az érzés legyen, mint a nem tudom, 50-es években. amikor... Hát az meg azt hiszem, az... ott volt közönségük is, talán. Az első Tudod. részben volt közönség, az első kettőben azt hiszem, igen, igen. Ugye emlékszel, hogy Így hát van. igen, ugye ez volt, ez a klasszikus, ennyire klasszikus sitcom volt, és mondta is a, az Elizabeth Olsen, hogy neki ez nagyon-nagyon fura volt, mert ő ugye eddig filmekben szerepelt, nagyobbik részt. A Paul Bettanynek volt egy nagyobb színpadi rutinja, mert ő ugye ő brit színész, és ő a <höhö> színházakban kezdte a pályáját. Ezért neki még úgy, ahogy ment, az Arizott Betolzen viszont nagyon meg volt illetődve, de amúgy mind a ketten tökéletesen jól teljesítettek. Aha. És és tényleg hogy ez is egy ilyen, nem csak már a, a műfaj, hanem maga a production is mennyiben más volt Igen. ennél a sorozatnál. Igen, igen, és ebből is látszik, hogy ez a legdrágább sorozat jelenleg. <laughs> 25 millió per epizód költségével, ami nagyon durva. Tehát hát gondolom itt főleg amúgy az Elizabeth hozza meg a Paul Bettany kérte sok pénzt, mert azért filmes színészek, filmes karakterrel, Marvel szerződéssel szerintem ők, ők elég komoly lóvét vágtak zsebre amúgy ezzel. Hát igen, meg, meg, meg... Tényleg, ha ránézel az egész dizájnra, azt, hogy hányszor kellett legyártani azt a kurva lakásbelsőt, hogy, hogy ott tényleg mindenféle műfajnak meg kellett felelni, ahhoz felépíteni, ahhoz legyártani, ahhoz ö, elkészíteni ezt a parádé CGI-t, aztán az utolsó részben. Ö, tehát azért ö, tényleg rengeteg minden volt benne, és tényleg, valóban, tehát az Elizabeth is, meg a Paul Betten is már egy elég húzós nevek, de tényleg soha ilyen jó sorozatot, vagy hogy mondják. És aztán ugye jött a Falcon and the Winter Soldier a maga kis hat részével, ami hát talán pár hét volt a két sorozat között, vagy egy hét, nem tudom most pontosan, de hogy így most szórja ránk a Marvel a sorozatokat. És a Falcon and the Winter Soldier bejelentkezett hat részsel, szintén hetente jelentek meg ezek a részek. Uh, és szintén olyan technikával készült, hogy volt egy rendező, meg egy headwriter, vagy több headwriter. Itt a rendező az a Kari Skogland volt, aki szintén egy, egy, hát egy elég nagy sorozatos arc, <laughs> uh, mert olyanokat, olyan sorozatokat rendezett, mint például a mm, House of Cards, Szolgáló meséje, Fear the Walking Dead, stb. stb. És ő vezényelt el az egész évadot. De ahogy ugye elmondtuk már a kibeszélő elején ezt a sorozatot, elkezdték még a COVID előtt, csak aztán jött a COVID, és így keresztbe rántotta az egészet. Meg át is kellett írni. Át is kellett írni. Igen, mert valami vírusos sztori volt ebben. Igen, valami világjárványt akartak elindítani. Ezt az utolsó epizódban aztán jól. hogy jó, akkor nem. <laughs> Zseniális. Uh, és elvileg augusztusban uh, lett volna premier 2020-ban. Tehát uh, eléggé más időkre tervezték ezt a uh, sorozatot de ez egy, hát ez egy ilyen nagy comeback, ez a Marvel hangulat comeback, mert, mert igazából, ha megnézed ezt a sorozatot, eszedbe jutnak azok a régi szép idők, amikor még nem volt Covid és moziba mentünk, olyan filmekre, mint a Tél Katonája, vagy a Civil War, és ez is azt az utat folytatja, visszatért például Henry Jackman is, aki azoknak a filmeknek volt a zeneszerzője, és zenében is ugyanaz a Zenei világ köszönt vissza. Meg konkrét é, taktusok visszajönnek. E, igen, a nincsen. Winter Soldier téma, illetve ugye a, a falcon falconnak is írt egy témát annak idején a Télkatonájába, uh, és, és meg, a, meg hát a, ugye visszatér a Zemo ebben a sorozatban neki is, tehát visszajönnek a zenei taktusok, illetve újak is megjelennek, mint ahogy a Falcon, vagy hát ugye a Szemnek a kis, nagyon menő főcímzené, vagy hát a témája, ami a sorozatnak a főcímzenéje, és azt kibaszott menő. És hát ugye a két főszereplő itt is, egy eddig mellékszereplő arc, a Sam Wilson és a Bucky Barnes, hát a Falcon and the Winter Soldier, és na, ők is két olyan karakter, akiket én nem érdekeltek soha így mellé karakternek okék okay voltak, bár szerintem a Baki az, az mellé is szar volt. <laughs> s, s, szegélyt mindig annyira uh, háttérbe szorították, és mindig egy egy, 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 ilyen dramaturgiai eszköz volt, mint sem karakter, hogy vele így nem tudtam soha mit kezdeni, meg a zsíros hajával sem. Ezért örültem, hogy végre itt uh, valahogy kidéz a Sebastian Stan. Uh, uh, és az elmondható erre a sorozatra is szerintem, hogy mint a WandaVision, ebben a sorozatban is a két karakternek végre van értelme, és ismerem őket, és tök jó, hogy ismerem ezeket a karaktereket, mert ezek tök jó karakterek, csak kellett nekik hatórányi vagy hatórányi film, hogy, hogy megismerjük őket, és megismerjük azt, hogy nem tudom, a SZEM milyen hitel problémákkal küzd, ami, amit a kedvenc jelentem, amikor a hajót csinálják, vagy bevegy a bankba, tehát ezek annyira jó jelentek voltak. Uh, én én meg én ott, ott ez... akartam kikapcsolni, én, oszt, olyan... ott ére, én ott éreztem azt, hogy bazd meg, én engem ez nem érdekel, hogy hogy akar hitelt felvenni egy Engem ez Fú, de, fú, de a plafonom voltam, mert tudod, másra elhiszem. Tehát egy, egy kikezben totál elfogadom, hogy, hogy egy ilyen történetszállat beleraknak, de, de az, hogy egy, egy elit osztagos katona nem kap izé hitelt, mert elvileg nem elég jó a fizetés, hát azért ne basszuk már fel egymást. Hát hidd el, na. A, azért, azért ezt nem, tehát, hogy így, tudod, az, az jobban beleillik ebbe a világba, hogy az imó meg például olyan rohadt gazdag, hogy azt se tudja, mire költse a pénzét. Ja, ja, így van. De, igen, mondja, hogy Én, én, azt gondolom, hogy, hogy mondom, én, én, nem tudtam a, a, itt, itt, meg a, itt az újraírásokról nem tudtam, hogy erről, hogy, hogy tök más volt, de, de én azt gondolom, hogy ez a, ez a, sorozat, ez, ez nekem tipikusan az, amiben kurva jó ötletek voltak, Uh, amiket aztán nem nagyon sikerült annyira jól megvalósítani. van? Uh, mert, mert szerintem, és én, én nyomokba jó ötlet, csak nem állt össze egész igazából ez a, ez a pontosabb uh -huh. megfogalmazás, mert a, most csak ebből kiindulva, amit mondtok, hogy szerintem az, hogy a, a, a Sam Wilson, mint, mint szuperhős, uh, ugye ismeri mindenki, és mindenki segít neki, meg mindenki jó fej, és hogy hogy nem kap a bankba hitelt, azt szerintem egy tök jó elképzelés, mert, mert, mert tulajdonképpen egyébként én megértem a bankot, hogy miért nem adnak neki hitelt, mert egész egyszerűen teljesen kiszámítottatta, hogy ő mikor hal meg. De, de, de nem azzal indokolták meg. Hát tudom, az ezért, ezért nincs jól megírva, tehát ezért mondom, hogy ez ez ötletként kegyetlen jó, és és, és tényleg, tehát az az, a, az, az egész uh, káveri, amit ott lenyomnak, hogy most akkor szuperhős vagy, de, de tulajdonképpen uh, a, a mindennapi életedet nem tudod normálisan vinni, mert, mert vagy az, hogy mindenki oda akar jönni le pacsizni, vagy az, hogy egyébként meg azért, olyan, olyan negatív dolgai vannak a, a, az életednek, ami nem tudsz, amiből nem tudsz jól kijönni, az, az tök jó ötlet. Um, csak ezt, ez ezt zavart, hogy, hogy nem volt jól kibontva, és nem volt normálisan megírva, mert például például nem, 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 értettem, hogy most akkor, akkor mi az ő, hogy mondjam, munkavállalói státusza. Tehát, hogy ő most, ő most az avengers ő, ő, ott van, vagy ő egy katona, vagy ő nem, vagy a, tehát, hogy, hogy ez, ez volt ez Megbizási a Megbízási szerződése foglalkoztatja. Hát de úgy vettem, hogy a hadsereg alkalmazza őt, és akkor néha néha beugrik a bosszúállókhoz. Kb. mint a War Machine. Igen, csak ezt, ezt, ezt sem mondták ki, vagy ez sem volt azért, ugye annyira le, leütve, és, és engem ez zavart, hogy, hogy szerintem tök érdekes lehetett volna az, hogy, hogy, hogy a szuperhősök, ugye, amit, amit a, a. Mi a bánat volt az? Aztán amiről a Civil War szól gyakorlatilag, hogy most akkor, akkor ki, kinek a felhatósága alá tartoznak ezek, ezek az arcok. És, és itt szerintem baromi jó, ugye, hogy jó, csak a másik oldalon volt, mi? Nem, annak idején újra néztem a, Civil War, de már megint nem emlékszem előre semmire. Na mindegy, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez érdekes téma, hogy, hogy ők, őket hogyan alkalmazzák, vagy ők hogyan, hogyan tudják hogy összeegyeztetni a, 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 kvázi civil életüket a, a nem civillel, a szuperhőssel, és, és ez a sorozat, ez, ez tök jól. Ö, tök, jó, tök jó keretet adhatott volna arra, hogy ezt bemutassa, vagy, vagy, legyen egy ilyen vonal is benne, csak aztán ezt kb. Nem el, el, elfelejtették a, hmm. aztán az egy egy epizód után, ahol nem tudom én, vicces és, és ugyanakkor szánalmas és megható volt, hogy, hogy a, az a banki alkalmazott az hogy bánta a, a Sam Fisher Aki nem Sam Fisher, hanem Sam Wilson. <gül> <gül> uh, az mondjuk egy faszak rossz lett volna. Igen. Meg kell hagyni. <laughs> Na, szóval, szóval, szerintem ez egy ilyen, ilyen nagyon sok kihagyott ez uh, a sorozata, uh -huh. és majd még fel fog jönni egy pár ilyen. Igen. Folytassátok. Igen, tehát ez lehetne a sorozat címe is, hogy a kihagyódzítszerek sorozata, mert ezzel teljesen egyetértek, hogy ez a sorozat. Ez az a fájdalmas ebben a sorozatban, hogy valóban tehát, hogy az összes részben van valami iszonyat jó ötlet. Valamit úgy meg is csinálnak, és úgy oké okay is, valamit csak így felvetnek, és soha nem foglalkoznak vele többet. És és ez nagyon fájt, hogy így ez lehetett volna barom jó, ha belemelnek állni a témákba, hogy valóban ha, ha, ha tényleg az, az akar lenni ez a sorozat, ami de végül nem lett semmi, és egy ilyen tényleg egy ilyen kicsit ilyen jellegtelen MCU uh, film lett az egészből, ami nekem fájt, főleg, hogy itt is a vége uh, aztán tényleg elrontott az egészet, mert azt vettem észre, ahogy néztem a sorozatot, hogy uh, ahogy haladunk előre a történetbe, úgy kezd engem egyre kevésbé érdekelni ez az egész. Mert az első rész még tök jó, második részben ugye, ö, sőt az első részben ugye még nem is találkozik a két karakter, a második részben találkoznak, ott tök jó működik ez a body movie hangot, és azt hittem, hogy ilyen lesz az egész sorozat, de nem ilyen, hanem így egyre inkább érdektelen a, oh. A, 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 történet szempontjából. Pedig ezeket a karaktereket szerintem tök jól megálmodták ebbe a sorozatba. És ez a legnagyobb erősség ennek a sorozatnak, hogy a karaktereket eltalálták, és az ő történetüket szépen elmesélték. Nem olyan szépen, mint például egy WandaVision esetében, de most már ismerem a Sam, Sam wilson ismerem a Bakit, és ez tök jó, hogy hogy, 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 kicsit beleengedtek látni a lelkükbe. És a Bakinél is vagy Bakinál, hogy, hogy kell ragozni ezt, Bakinál, nál, nál, nálnél, hogy Bakinál is tökre tetszett az, hogy hogy az, első részben, hogy felvetnek ilyen iszonyat durva morális kérdéseket, meg nagyon durva mélysebeket, hogy, hogy ott van az a kis kínai bácsi, aki úgy jóba van, és, és megölte a fiát, hogy, hogy azt, a, hogy hogy tudja ő feldolgozni, hogy nem, nem mer kiállni a bácsi el. És ugye a sorozat végére ez is aztán szépen így körbeér, hogy bárki folytat magán egy ilyen önterápiát. De ezek tök jó dolgok voltak, csak így az volt a bajom vele, hogy a sorozat, így a sorozat közben elfelejtette ezeket a dolgokat, és csak azt láttuk, hogy ú, mennek akciózni. De közben meg mégis. Így voltak ilyen felvetések, ugye, például az a, az a fekete ö, elfelejtett szuperkatona az Isaiah, vagy mi volt a, a neve a karakternek, hogy az ő története, úgy belevitték ezt a, a fekete amerika kapitány ö, történetét, ami aztán lett az egészből, és ez mind jó, csak a prezentálás. Az az ilyen iszonyat gics, és a a cringe mellett van, főleg ugye a, a nagy tetőpont, amikor Sam Wilson a kamerák uh. előtt mond egy példabeszédet, uh. és egész Amerika meghallja, és ő nagyon-nagyon szépen elmondja az akció után, hogy hogy lehetne Amerika újra nagyszerű. <laughs> és yes, és el, massz, elmondja, hogy nem tudom, de csináljuk. Tehát tulajdonképpen igen. erről szóltam, hogy ez a beszéd, de én azt vártam, hogy az lesz ennek a folyamánya, hogy fölvesznek mellé valami kommunikációs szakembert, hogy oké, okay, ezen túl te vagy előre írót szöveget kapsz, vagy ö, online ö, kiadhatsz írásbeli nyilatkozatokat, amit mi ellenőrzünk. Az a baj, hogy szerintem a kommunikációs szakember az a baki. <laughs> Hogy uh, már nem lettünk előbbre. De, de a, a, a Baki az legalább ebből a szempontból jó, mert az kúsban van nagy rész, tehát az, hogy nem beszél fölöslegesen, és én emiatt bírtam amúgy ezt a karaktert nagyon, és végig reméltem, hogy az egész sorozat arról fog szólni, hogy Amerika kapitány, vagy Steve Rogers hülye volt, hogy szemnek adta a pajzsot, és majd a végén átveszi a Baki, de hát kiderült, hogy nem, mert az fontosabb, hogy fekete legyen az Amerika kapitány, mint hogy ahhoz kerüljön, akihez amúgy jobban illik, de ez az én problémám. A, 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 hát ez egy fontos történet szerintem ebből a szempontból, már itt is maga az ötlet, hogy ez az ötlet, hogy egy amerikai, vagy egy amerikai, egy fekete amerika kapitány, uh, az, az, az egy tök jó ötlet, és ugye belevitték, ahogy az előbb mondtam, ezt, ezt az e, 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 Isaiah-t, Isaiah aki volt e, szuperkatona, és ugye titokban él, meg inkognitóban, e, és, és hogy őt nem, hát úgy konkrétan nem említették meg sehol, semmi emlék e, nem készült az emlékére, s, s, a, semmi nem maradt fent a hőstetteiről és változnak az idők, ahogy a való világban is, mármint, hogy a, a való világunkban is. És a, ez tök jól reflektált a mai világra. A baj az, ahogy tette. Tehát az, az tök jó, hogy belementek ezekbe, csak szerintem nem jól, hogy így belenyúlt, de valahogy ezt lehetett volna elegánsabban is, meg lehetett volna még plusz egy rész, ahol ezeket így még kicsit úgy lassabban kibontják, komótosabban, hogy most akkor ezek a karakterek valóban <coughs> mik is, hogy is van, és nem kéne ilyen <coughs> iszonyat didaktikusan eljutni a történet végéhez, mert, mert a szándéka szerintem nem esés, tök jó, csak hát Az a baj, hogy, hogy azzal igazolták ezt az egész történetszállat, folyamatosan ezt emelték ki, hogy azért legyél te szem az Amerika kapitány, mert eddig nem volt fekete Amerika kapitány. És mindig ez volt, hogy nem fogják engedni, hogy fekete legyen az Amerika kapitány. És száz százalékig csak erről szólt. Tehát én, ez, én ezt úgy érzem, mintha a Twitter kommentelők ö, írták volna. És ez nem túl jó. Tehát, hogy azért tudjuk, hogy nem a social médiába kell keresgélni, hogyha te megfelelő érvelést akarsz amúgy hallani. És, és ez az egész ettől visszhangzott ez a sorozat. És, és nem tudom, tehát én, én egyszerűen nem éreztem azt, hogy ez a történet nekem indokolná azt, hogy miért a szemnek kellene ennek lennie. Tehát a, az Amerika Kapitány sokkal érdekesebb volt, amíg a ugye ez a hamis Kapitány volt, a, hogy hívják, John Walker volt. Hm? Mert ott annál úgy láttam, hogy igen, emögött amúgy van egy, egy figura, aki egy ilyen nagyon nagyon teljesíteni akar amúgy, és nagyon-nagyon meg akarja mutatni, és hogy, hogy tényleg egy akkora felelősséget kapott a nyakába, ami alatt amúgy teljesen összeroppan, és odáig elmegy, hogy amúgy nyilvánosan kivégez valakit euh, élő egyenes adásban. És akkor úgy azt láttam, hogy igen, ennek a pajzsnak véressé kell válnia, és akkor talán egy picit újra értékelődik ez az egész szimbólum de nem tudom, hogy, hogy a John Walkernek a tetteit hogyan javítja meg az, hogy a Sam Wilson veszi ezt át egy iszonyatosan ocsmány ruhában amúgy. Tehát, rettenetes az, az az, Igen. amerika kapitány gönc, amit összegányoltak neki. Igen. Ö, én, én megint csak azt mondom, amit, amit korábban, hogy ez ilyen kihagyott, kihagyott zicserek, és majdnem sikerült dolgok sorozata, mert, mert ebbe csak az a baj, hogy mondjuk ez, ez olyan öt különböző kurva jó ötlet volt ebbe a, ebbe a mert tehát, tehát, ugye, ugye az egész sorozat az onnan indult, hogy ugye a, a, a az Endgame-nek a végén a, a Steve Rogers -a, ugye a Sam Wilsonnak adta a pajzsot, és, és azt mondta, hogy na vagy hát, vagy hát kvázi azt mondta, hogy, hogy na akkor te vagy, te legyél az új Amerika kapitány. És, és szerintem az egy nagyon-nagyon jó ö, gondolat, vagy egy nagyon-nagyon jó karakter ö, konfliktus, hogy, hogy ugye ott van a Steve Rogers, aki, aki az igazi Amerika kapitányja, ő volt, most azt mondom, hogy az első szuperhős, de aztán már mit tudom én milyen timeline-on, mit tudom én kicsoda, hogyan már biztos létezett korábban, de hogy ugye a, azért az MCU-ban ő, 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 volt a, a, az első, vagy legalábbis az első bosszú álló. E, és, és, és hogy ugye azt is, azt is láttuk a, a, a korábbi filmekben, hogy azért a, a, a szem őt, 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 ténylegesen tisztelte és sokra tartotta. És nagyon-nagyon és tetszett a, a, a korai epizódokban, hogy, hogy, ugye az volt a, a szemnek a konfliktus hogy gyakorlatilag, hogy, hogy ő megkapta ezt a pajzsot, de, de nem biztos abban, hogy ő ezt megérdemli, vagy hogy ő tudna Amerika kapitány lenni, vagy hogy ő, de az, hogy ő érdemes rá. És ugye emiatt ő visszaadja a pajzsot, illetve egy, egy, egy múzeumnak adja, hogy azt mondja, hogy jó, állítsuk ki, és én nem akarok Amerika kapitány lenni, mert, mert Amerika kapitány az a, az a Steve Rogers volt, és, és, és én inkább leszek Falcon, és, és csinálom a, a az én dolgomat. Mm. És ugye közben meg, és e, e, ebbe sem mentek bele a, sajnos az elején annyira, hogy közben meg ugye ott van a Bucky, aki, Akinek, aki meg emberileg sokkal közelebb van a Steve Rogers, ez meg, meg, meg képességbe, tehát hogy a, a, a Sam ugye nincsen szuper ereje, csak a, a kis izé, jetpack a szárnyakkal. De hogy ugye a Bucky az meg ő, ő benne ugyanúgy szuper katona szérum van, ő, ő ott volt ugye végig a, a Rogers mellett a, a második világháborúban, és ugye ő, ő róla érzem, mert ugye ott van a, a a, a, karja, tehát én azt gondoltam, vagy, vagy azt látom, hogy ő például lehetne, vagy lehetett volna egy amerika kapitány. Csak, csak ugye ott van a Winter Soldier oldala, hogy ő meg kinyírt egy csomó embert, és, és ő azért ezután beállni a, a Amerika ö, nem tudom, egyes számú szuperhősévé, az meg megint nem olyan jó. És akkor itt a kettőjük között egy ilyen, egy ilyen karakter ö, ö, konfliktus, hogy, hogy az egyik, akit kineveztek, de nem akar az lenni, a másik meg, aki, aki meg lehetne az, vagy a, talán még akarna is az lenni, csak nem lehet, mert, ö, mert milyen a múltja. Igen. És, és akkor még ugye ezt az egészet megcsavarják azzal, hogy bejön a, a hogy hívják ezt a szerencsétlent, a US agent -t? John de Walker. Én. John Walker, aki meg ugye ö, akinek meg ugye odaadják tehát ugye azt mondja a kormány hogy már pedig kell egy amerika kapitány és most kinevezünk téged csak ugye a Steve Rogers ő, 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 ő tényleg az volt annak idején és ő, ő lett amerika kapitány és most meg azt a azt az imidzset ami ugye eddig egy, egy konkrétan valaki volt tehát amerika kapitány egyelő Steve Rogers most azt mondják hogy nem ez az amerika kapitány ez nem a Steve Rogers hanem az egy, az egy brand az egy márka és, és mostantól te leszel az. Ö, és, és, ez is egy kegyetlen jó ötlet szerintem, és, és még bele, beledob egy, egy atombombát a, a, mondjuk a Falcon és a Winter Soldier közé, hogy itt van ez a csávó, aki meg, aki meg ö, akar Amerika kapitány lenni, lesz is Amerika kapitány, csak nem érdemes rá. És, és tényleg, tehát ez a, ez a háromszög, ez szerintem Kurva jó! Lehetett Igen. volna. Uh -huh. Csak aztán még, még behoztak, ugye egy 83 másik szállat, például ezt az egész, egész rasszizmus dolgot, ami aminek én, én az ideológiának meg az egyébnek nagyon nagy támogatója vagyok, de de na ez pont az volt, ahogy ne. Tehát ez amikor így az arcodban van tolva, és minden, minden fekete vérig sértett, és, és ö, ö, könnyes szemmel Uh, magyaráznak arról, hogy őket mindenki elnyomta, az... Uh, tehát, hogy az, az a is iskolás szint. Igen, 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 igen. Tehát itt is az egész el meg az egész izé, uh, őt eltitkolták, az ilyen, és így az arcodba tolva, hogy... Á! Okay. Uh, az, tehát, hogy ez, 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 uh. És aztán igen, amit, amit említettünk már, a, az a, az monológ, hogy itt áll a, 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 Hú, na az... Úristen, az nagyon-nagyon kínos volt. Na. Igen. Egy valamiről nem beszéltünk még, vagyis kettő dologról. az, az egy nyolc hogy... dologról nem beszéltünk még. Á, jó, igen, de, de ami most így eszembe jut, például Z Zimo, hogy ugye visszahozták Daniel brühl együtt, hál' Isten. Uh, és uh, hát ő szerintem az MCU-nak az egyik legjobb uh, főgonosza volt az Imo a Civil war és pont azért, mert egy nagyon emberi karakter volt, és az eszközei azok uh, elég földhöz ragadtak voltak, és um, egy elég nagy fenyegetettséget éreztem nála, amikor néztem a Civil War-t, hogy, 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 hogy neki tényleg hatalma van, pedig ő csak egy ember, és ez szerintem egy tök jó dolog. Mármint, hogy maga az, hogy ezt így el tudták érni a karakterével, és itt pedig húztak egy lokit nála, én úgy érzem, hogy, hogy itt nagyon ilyen közönségbarát karaktert akartak, és akarnak belőle csinálni, mert... Hát ugye mémé vált a, a Zimo amit nem értek, de tök jó, <laughs> tök jó, hogy egy mém lett. Uh, és uh, egy kicsit fura volt nekem, hogy itt ilyen minőségbe hozták vissza, mert konkrétan egy ilyen Comic relief uh, volt, mint a Joe Pesci a halálos fegyverben. Nekem az jutott eszembe, hogy ilyen <laughs> harmadik tag, aki így segíti a párost. Uh, nem tudom, te mit szóltatok a, ehhez, hogy egy kicsit úgy... Uh, olyan, mint egy kicsit, nem, nem 360 fokot fordult volna a karaktered, egy 90-et. Hát izgalmasabb volt szerintem maga az ötlet, hogy szerepelni fog az ímó, és én elsősorban amúgy miatta vártam ezt a sorozatot. Uh -huh. Kíváncsi voltam rá, hogy, hogy hozzák vissza, mert tényleg az a az a módszeres gonosz volt, aki megpróbálta egy kicsit másképpen legyőzni a bosszúállókat nem azzal, hogy hadseregem van, megvírom őket verni, van szuperfegyverem, hanem egyszerűen csak manipulálta őket, és kiátszotta őket, és tényleg óriási ö, sztorinak tartom a Civil war ezt az egészet, ahogy ezt az eg ö, lekerekítették. És hát egy kicsit mint hogyha tényleg képregényesebbé tették volna a, mm. ezt az egész Imó karaktert, még a Civil Warban. Sivan el tudtam volna képzelni ezt a figurát, például a Dark Knight-ban. Tehát egy ilyen sötét Nolan-es filmes valamiben, és lehet, hogy pont azért ragadt meg bennem annyira az a figura, mert nagyon elütött a marveltől. Ja. És most meg egy nagyon marveles karakter lett, ami Egyrészt jó és rossz is, nyilván működik, mert a Daniel Brühl kurva jól csinálja, tehát hogy mindent nagyon-nagyon ügyesen ö, tud összehozni, és egy rémesen tehetséges színész. Csak valahogy azt érezte, hogy mintha neki már ez egy picit rangon aluli lenne ez a karakter itt már. Uh -huh. Hogy mindig idétlenkedik, meg páváskodik ott a hülye kabátjában, meg szórja ész nélkül a pénzt. Engem, engem nem zavart egyébként, hogy én, én, nem éreztem ezt, amit, amit ti mondtok. Mert értem, hogy miért mondjátok, de, de nekem valahogy, valahogy inkább az jött le, hogy ő őt, őt pont abból, tehát ez az egész őt pont abból emelték ki, ami, ami egy ilyen tré ö, főgonosz, vagy gonosz skatuja, hogy a gonosz az a gonosz, is kész. És itt, itt, itt ezzel az egész szerint pont azt éreztem rajta egy kicsit inkább, hogy ő, 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 egy ember, ő, ő, van, van valami, amit ő utál, ő utálja a szuperkatonákat, és, és el akarja pusztítani őket, de hogy nem, ez az élete, hogy ő nem, nem az, hogy ez, ez ő, hanem ő egy karakter, ő egy, ő egy, személyiség, aki egyébként utál valamit. És, és az van egy, van egy nagy célja, amit ő szeretne elérni, de hogy nem, vagy -e már kicsit lendült azon, hogy, hogy az az egész élete. És, Aha. És itt, itt, azt látod, hogy ő, ő mi, ez a, mi, ez az ember, ami, a, aki mögötte van ennek a, ennek a, 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 célnak. És, és igen, ugyanúgy elnyom egy pár point, ezért bohózkodik, szivatja őket, most épp meg akarja jönni a szuperkatonákat, jó, akkor most megint beszélget velük. Uh -huh. És és nekem mi miatt működött. Éreztem, éreztem rajta én is egyébként ezt a kicsit, kicsit nem tudom én, könnyedebb, nem feltétlenül a jó értelemben véve érzést, hogy azért, azért ez egy picit már nem ugyanaz a, karakter, mint aki volt a Civil de, de ugyanakkor meg, meg, nekem, nekem működött ezzel, hogy, hogy most kihozzák a gonoszt, és ő is melléjük áll valahogy, vagy legalábbis segít nekik, és akkor vagy igen, vagy nem. Úgyhogy, úgyhogy nekem, nekem ő bejött. Meg tényleg igen, a Daniel Brühl az kurva jó, úgyhogy és ja. Ez az egy nagy, nagy, nagy plusz pont volt mindenki. Én is így a kettőtök között vagyok, tehát mindenkivel egyetértek. értek. Szerintem egy tök jó volt egyébként, hogy visszahozták, és kellett a karakter fejlődésének ez az egész. Uh, viszont én is úgy éreztem, hogy kicsit ilyen bohókásabb, közönségbarátabb karakter, mint hogy mondtam, loki sították, hogy uh, akár még azt is lehetom képzelni, hogy egy év múlva bejelentik, hogy Zimo spin-off is coming. <laughs> Tehát, hogy biztos lesz, lesz valami hasonló, mert ugye látványosan uh, nem írták ki, hanem csak elhelyezték egy bizonyos helyre. <laughs> Úgyhogy a, hát lehet, hogy még az Amerika Kapitány negyedik részébe, amit ugyanaz a zíró fog írni, mint ezt a sorozatot, lehet, hogy ott fel fog tűnni. Uh, amit még akartam mondani, ez a sorozatnak a... Hát, szerintem a leggyengébb része, ha most így nem veszük ezeket a kifulladt ötleteket néhol. A ja, pindur e, így van, a Flex Measures. <laughs> hát nem tudom, ti mit szóltatok-e ez a bandához, a, akik a főgonoszok akartak lenni ebben a sorozatban. Én már úgy álltam ez a sorozathoz, hogy azt hittem, hogy a Zimo lesz itt a főgonosz. <laughs> És így mindig már az első részben is vártam, hogy hú, biztos ő van a flexmeserök mögött, irányít a börtönből. És jött a idegzulany, hogy nem, a flexmesers az tényleg ennyi, hogy itt van a Carly, aki az egyik legszörnyűbb alakítás így sorozatban az utóbbi években szerintem, hogy a leg, leg miszke, vagy a legmiszke, vagy hát ahogy mondjam, félre kasz, annyira félre van kasztingolva szerintem az a szerep, és ö, emiatt én nem tudtam egyszerűen együttérezni a, ezzel a idézőes főgonosszal, mert ugye úgy akarták beállítani, hogy megérsd a, a céljait, csak a, az eszközeit úgy ne, ne, az eszközét ítéld el, de pont ez volt a baj, hogy semmit nem éreztem a karakterek, a, a, na, semmit nem éreztem, amikor le, megláttam a karaktert, és ugye mindig elmondott valami nagy példabeszédet ő is, hogy ezt ezért tesszük, mert ö, egy, egy, világ, és üző, megint csak azt mondom, hogy az ötlet tök jó, hogy van egy csapat, aki akik azt akarják, hogy ismét olyan legyen a világ, mint a, csettintés után, ez egy barom jó ötlet, de lehetőleg a leg, lehető módon ö, lett lehozva ez a csapat ebbe a sorozatba, szerintem. És ez a baj, hogy ezt a karaktert, ezt a Káli karaktert ö, már a sorozaton belül is jobban előadta például az Emily Van Camp. Tehát ugye a Sharon Carter, aki Szerintem ő karakterként jobban működött, jobban játszott, és ezerszer szórakoztatóbb volt minden megmozdulása. Annak ellenére ott is talán túlságosan belevigyorgott a kamera, hogy Hö -hö, átvertem mindenkit. Jaj, uh, jaj. Itt a a Kárlina meg azt éreztem, hogy Hö -hö, én átvertem mindenkit, de amúgy senkit sem. Valóban. E, most akkor én leszek a, a harmadik ember. E, én, én megint, megint azt mondom, amit egész eddig, hogy hogy uh, itt is volt volt bőve jó ötlet, és aztán azt nem sikerült normálisan kihasználni, uh, Mert szerintem meg nem sikerült normálisan felvezetni, mert ami engem leginkább zavart, az az, hogy, hogy nekem egyáltalán nem volt tiszta, hogy ez a, 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 a. pontosan mi az ő céljuk, vagy most mi ez, hogy a. a, a mi, mi történt a, a csettintés után vagy alatt, ami miatt, amit ők vissza akarnak hozni és ez nagyon, nagyon, sokára, és aztán valami nagyon zavaros, hogy össze lehet rakni, hogy igen, mert hogy ugye akkor, amikor eltűnt a felelakosság, akkor ugye hirtelen mindenki összefogott, és mindenkit beengedtek, a vagy meg kvázi megszűntek az országhatárok, és ugye aztán meg amikor azok az emberek visszajöttek, akkor meg azok az emberek vissza akartak menni a, a, azokra, nem tudom én, azokban a házakban, ahol ők mondjuk korábban laktak, meg azokra a munkahelyekre, ahol ők korábban laktak, ahova ugye időközben már bejöttek random új emberek a, 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 a csettintés után. De hogy, de hogy szerintem azt nagyon rosszul csinált a sorozat, hogy ez nem volt eléggé, és nem volt jól felvezetve, holott ugye az a, valóban az a koncepció valahol, hogy egy kicsit értsd meg azt, hogy a Carly az, 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 az vagy, vagy, nem csak a Carly, hanem ez az, az egész Flex ez, mit gondol? Tehát ugye egy kicsit egy én kvázi thanos akartak csinálni, hogy, hogy érthető, és majd, hogy nem azonosulható motivációja van a, 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 főgonosznak. Tehát, hogy szerintem ez, ez egy nagyon, nagyon problémás dolog volt, és hogy, és hogy tényleg azt azt se, értettem, és ez már nem tudom, második vagy harmadik rész, nem tudom, a, 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 relatív az elején, hogy, hogy amikor ott ugye ők megtámadnak ilyen, ilyen helyreállító bázist, vagy ezt a bázist, és onnan, onnan egy csomó mindent elhoznak, hogy, hogy ott is ö, ö, nem, nem, volt eléggé tiszta, hogy ez mi ez a hely, mi ez a, ez a szervezet, ami, amit, ugye elvileg segíti a, a helyreállítást, és, és hogy ők ehhez képest mit csinálnak, vagy mit gondolnak. Mert azt gondolom, hogy ha ez, ez a helyén van, akkor, akkor tudott volna működni, kvázi tanoszként, hogy, hogy igen, ők egy olyan világban éltek, vagy, hogy volt egy olyan világ öt évig, ami sokkal összetartóbb volt, mert, mert ugye mindenkit ugyanúgy sújtott ez a, ez a, a, tragédia, hogy eltűnt a lakosságnak az 50 a és, és itt sokkal inkább ezt kéne folytatni, és nem azt, hogy most akkor, akkor megint mindenkit kirúgni, onnan, ahova, ahova az elmúlt, nem tudom, öt évben engedtük őket, és megint, megint felhúzni azokat a falakat, amiket már egyszer döntöttünk. Ö, egy. Emellett nekem, nekem a casting egyébként tetszett. Én, én bírtam, hogy nem, nem, nem egy ilyen megszokott figura a, a Carly, hanem, hanem, benne van ez, hogy egy, nem tudom én, 18 éves lány, aki, akinek van egy ilyen, ilyen célja, hogy vannak ezek a gondolatai erről az egészről, de közben meg tényleg úgy néz ki, mint aki most fejezte be a középiskolát. ez hát. nem, nem ezzel van a bajom, nekem konkrétan a színésznővel, hogy nem illik erre, tehát te éreztél bármit, amikor ő beszélt, hogy te elhitted neki? Mert én nem. Ö, én, én A, ezt, a, én a ezt koncepció, kell, hogy... jó, én egyet értek veled te én ezt inkább az írásnak, vagy, eze, vagy, eze, vagy annak, annak tudod. Tehát, hogy szerintem őszínészileg hozta azt, amit kellett, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy megint én, én vagyok izé. Uh -huh. nem, nem, kritikus színészi játékkal kapcsolatban, de hogy nekem, nekem, az ott volt, aminek ott kellett lennie, csak ha, ha nincs úgy megírva, vagy, tehát hogy én amiatt nem tudtam vele azonosulni, vagy átérezni, mert szarul volt megírva a, a, a körülmény, meg az egész setup nem volt meg és, és szerintem úgy, úgy nehéz azonosulni val, valamivel, hogyha, vagy valakivel, hogyha előtte a, a nem tudom én két-három epizódban nincs megalapozva a sztoria. De, de az nem, a, nem az ő alakításán múlt, szerintem. Uh -huh. Jó. Egyet is értek, meg nem is értek egyet. <laughs> Oké. Okay. De nem baj. <laughs> uh... Kiadjtunk még valamit ebből a sorozatból, kiveszélőből? Hát, még a... az írók hagyták ki a jó dolgokat, de igen. <gül> <gül> nem, gonosz. A... Nem volt rossz, ki... hogy milyen, milyen kárt Ki Peggy? Nem Peggy kárt. Ja, a Sharon. Sharon, Sharon kárt. Na, azt, azt, uh, fú. Uh, Úgy, nem tetszett? Uh, nekem, nekem, nekem ő egyéb. Na, tehát én, én mielőtt megnéztem ezt a, ezt a sorozatot, és főleg igazából ez volt az, amikor kurva messzire vissza kellett mennem. Uh, mert tényleg, tényleg, valahogy ez a ez a Marvel-nek, ez a, ez a um, Winter Soldier Civil War, um, ez, ez, ez nekem valahogy nem annyira maradt meg. Uh, láttam mindegyiket adnó egyszer moziban, és így annyi elég is volt. A kettőből valamelyiken egy picit elaludtam. lehet, hogy mindkettőn. Uh, és így újra nézve őket egyébként, uh, ez a vonal ez tök jó. Tehát tökre, tökre, működik az, hogy, hogy egy ilyen szuperhősökkel teli világban vannak ezek a szerencsétlenek, akik, akik ugye hát majd, hogy nem képességek nélkül, vagy, vagy minimális képességekkel próbálják ugyanazt a harcot vívni, mint a, mint a nem tudom a vasember, meg a tor, meg, a, meg az amerika kapitány. És, és jó ez a, ez a kémes világ, jó ez a shield, minden. És visszakanyarodom még, amiről ti a legelején beszéltetek, hogy, hogy igen, és az, az volt a, 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 legnagyobb probléma, hogy ugye ebben a világban a a, 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 Sam Wilson, meg a, meg a Bucky, ők ilyen totál mellékszereplők voltak. Függetlenül attól, hogy, hogy mondjuk tényleg a Bucky-ról szólt elvileg ugye a, a a civil war, mint, mint full motiváció, a, vagy az egésznek az elindítója, meg ugye előtte a, a Winter Soldier is. Öm, de, de, hogy, de hogyha egy egymás után megnézed őket, akkor, akkor tényleg itt kijön az, hogy ők, 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 milyen karakterek, és honnan indultak, és, és van ennek az egésznek létjogosultsága. És valahol egyébként a Sharon Kárter is egy ilyen figura, hogy, hogy, hogy egyesével nézed a filmeket, akkor mindig így megjelenik, ki a faszom ez? Ja, ő szerepelt valamelyik előzőben, nem? Ja, aha, jó, és így jóban vannak vele, nem? Aha, oké. Okay. És, és így filmenként így ennyi, de hogyha, hogyha egy egyben nézed az ő történetét, akkor az is egy tök jó. Tök jó ö, íve van, ö, és aztán ebben a, ebben a sorozatban egy kicsit ezt így, nem tudom, a, nem azt mondom, hogy megölték, de tehát, hogy van ember az univerzumban, aki nem látta 87 kilométerre előre, hogy a Shadow, vagy mi Infobroker, az, az ő. Power Broker. power Broker, bocsánat, tehát, hogy van ilyen. Mert én így ültem, hogy, hogy most, most Igen. Most azt, tehát hogy most nekem azt kéne hinni, vagy most, vagy most Double Bluff lesz, és és, azért, és el akarják hitetni, hogy ő, hogy miközben meg nem ő. És így ültem, hogy hú, tényleg ő. Hú, de meglepődtem. Azt a. Igen. Hát. Erre nem számítottam volna. Szóval az nagyon-nagyon kínos volt. Uh -huh. Uh -huh nyilvánvalóan látni lehetett ezt uh, mérföldekről. Én még a Zimóra tippeltem volna egyébként, vagy rá, vagy a Zimóra, hogy uh, melyikük a kettő közül azt nem tudtam eldönteni, de uh, igen, tehát most, itt nekem inkább megint csak a prezentálása volt a gondom. Nyilvánvalóan ennek lesz szerepe a jövőben, de itt is úgy érzem, hogy volt egy uh, érdekes ötlet, amit, uh, amire nem volt idejük, hogy megvalósítsanak, mert hat rész van összesen, és uh, én Igen. több időt töltöttem volna el, most nem itt a szemben annak a fiktív bűnözővárosnak a neve, de abban a bűnözővárosban én több időt töltöttem volna el, még egy rész legalább, mert ez egy tök jó dizá vagy egy set, setting lett volna, hogy akkor még többet ebből. Mert, mert, tényleg az is egy ilyen vakanda jellegű dolog, hogy hú, akkor felépítünk egy ilyen világot a semmiből, és, és akkor megismerjük, hogy ott hogy bűnözők élnek, és hogy hogy épül fel ez az egész bűnöző világ, ez egy tökéletes érdekes dolog. Mert uh, de... beleillik ebbe a, bocs, ebbe a, ebbe a, nem tudom, hogy hívjuk ezt, egy. tehát ebbe a kémes, kémes ügynökös alvilágos ah, vonalba, ami, amit ezek a filmek, meg ez a sorozat csinált, uh, hogy, hogy igen, hogy ott, ott nem uh, ez szuperhősök nyomják, hanem, hanem ilyen mindenféle alvilági figurák, és mondjuk például uh, szérummal fekete piacolnak, vagy mondjuk van egy-kettő olyan, aki, akinek van valami képessége, de nem, nem arról szól az egész, hanem ez egy ilyen alvilági bűntanya. Igen. Ö, csak, csak tényleg az a, az a borzalmas, hogy már most elmondtunk, nem tudom én, öt vagy hat olyan, olyan storyline-t, ami, ami szerintem önmagában egy, egy 6-8 részes sorozatot ki, lehet volna, ki lehetett volna hozni belőlük. Ö, és azt, azt, most itt egy sorozaton belül próbálták megvalósítani, és hát na hát, na hát nem sikerült. <laughs> Sajnos nem. Hát nem tudom, hogy amúgy vissza fogunk-e ké térni később. Tehát, hogy mert, hogy az a hogy például ez a, ez a bűnváros, ez a Sin City, <laughs> ami ugye felbukott a sorozatban, igen, tényleg igazad van, ez túl kicsi, egy átlag szuperhősös filmhez szerintem Maximum hmm. Black Video-t tudtam volna elképzelni, hogy mondjuk itt játszódik, de ugye tudjuk, hogy ez meg egy másik bűnvárosban fog játszódni, Budapesten. <laughs> uh, igen, úgyhogy, uh, <laughs> igen, Meg azt hittük, hogy ugye majd Budapest felbukkan itt is, mert rárakták a posztere, de utána kiderült, hogy valami stopfotót akartak, mert Európában lesz nagy részt, úgyhogy hűm, keressünk valami Európait, ami nem a Big Ben, meg nem a uh, Eiffel-torony. Igen, <laughs> Igen. Ugye Prága volt az egyik ö, ö, város, ahol jártak. Ö, hát Prága-Budapest építészet, körülbelül ugyanaz. Tehát, hogy így rárakták Budapestet, mint Prága. <laughs> Majdnem. Úgyhogy fa fantasztikus. Hát maradt a, a, a Black Widow uh, marketingből egy kis uh, budapest stockfoto, és akkor áttelefonáltak, hogy figyelj, hát ezt valamire fel lehetne használni, és akkor, ú, az, ez, majdnem úgy lesz, mint frága. De ja. ja uh, igen, ezzel egyetértek, hogy túl kicsi a filmekhez, de ugye, ha jól tudom, bár ugye bejelentették közben az Amerikakapitány négyet, tehát most azt akartam mondani, hogy ebből még lehet talán második évad, és talán nem is mondták ki azt, hogy ebből nem lesz. Úgyhogy bármi előfordulhat. Én egyébként nem, nem, tehát én azt gondolom, hogy ez a madrid por ez nem egy ilyen fő helyszínnek, de mint egy de mint egy mellékhelyszín, vagy egy fontos, de nem annyira sokat látott helyszín, például mint ugye Wakanda, azt, azt, azt tök jó, és mondjuk jobban fel lehetett volna építeni. Még, még nem tudom én, még egy vagy két epizód ami ott játszódik, mert, 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 tényleg most azért olyan kurva sokat se voltunk. Ja, ja, ja. Uh, most nyilván a Black Pantherben Panther, Black Panther igen, vagy ott azért relatíve többet, de hogy, de hogy azon kívül uh, vakanda is az volt, hogy igen, tudsz róla, hogy van egy, vagy, tehát a többi film, hogy a vakanda az ennyi, hogy van egy, van egy országot, néha meglátogatjuk, meg nagyon fontos, meg izé néha oda vágunk, hogy miről beszél a, 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 a suri, meg, meg kell védeni a, az Infinity war meg az Endgame-be, és ennyi, de hogy egyébként ennél, ennél jobban nem mélyednek el benne, de mégis egy ilyen érdekes és izgalmas helyszín, és tudod, hogy ez egy fontos, és szerintem a Mad Report is meg lehet csinálni, vagy meg lehetett volna csinálni ilyennek, és mondom, remélem, hogy még, még mondjuk pont a Black Widow-ba, vagy akármelyik ilyen öm, ilyen Winter Soldier témájú, vagy ez, ez alvilági témájú uh, MCU filmbe bőven vissza lehet hozni. És remélem, hogy vissza is fogják. Simán. Simán. Maradt még valaki valami a Falcon and the Winter soldier kapcsolatban? Van még olyan storyline, amiről nem beszéltünk. Amit felvetettek egy másodpercben, és nem csapta le a sorozat? Hát... Bakanda például. Hát tényleg... Be... jó bedobod az atombombát, tényleg. Tehát <laughs> igen, az is érdekes. Ez Én még nekem mi? az tök Bocs. jól esett. Mennyi, mennyi volt? Azon kívül, hogy megjelent a kopasz és el akart Hát egy epizód a... volt. Én úgy emlékszem, hogy tényleg amikor ott a imót, ugye ott el akarták vinni, és akkor így gondoltam, hogy na akkor egy picit valami komolyabb bekötés lett, de igazából csak gondolom le akartak dolgozni egy filmet a szerződésében a színésznőnek, és emiatt akkor belerakták. Igen. De, de amúgy meg volt még egy flashback, ugye, amikor Bucky még vakondában van, és szerintem az egy nagyon erős jelenet volt. Amikor szembenéz a, úgymond a múltjával, és ott, ott, ott konkrétan megtisztul, ha úgy tetszik. És ott maga a Sebastian Sten alakítása is, és az az egész karakter, amit ott bejár, az az, az nagyon erős jelenet volt. És nekem azt tetszett ebben a vakandában, hogy megint csak egy ilyen kis MCU építő kocka, hogy igen, ez egy univerzum. És ez úgy tök jól esett nekem, hogy igen, tehát ez egy univerzum. De amúgy tényleg nem. Úgy különösebb dramaturgiai oka, amellett, hogy ugye a Zimón akarnak úgy Kvázi bosszút állni, vagy ö, igazságot szolgáltatni, mert meg, megölte a csalá, a apját, az, az is teljesen érthető karakter szempontjából, vagy hát Vakanda szempontjából, hogy felbukkannak a Vakandaiak. Meg én, én, én bírom, én, én továbbra is azt, azt érzem, hogy pont ezek kellenek ahhoz, hogy, hogy ennek egy univerzum hatása legyen. Mm -hmm. És, 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 persze nyilván az lenne a legjobb, hogyha, hogyha bármelyik áristás színész belehetne lehetne rángatni, és izé, elmenne a háttérbe tor, vagy mit tudom én, de nyilván ez, ez a kevésbé reális, de, de hogy, hogy itt megjelenik, megint csak ezt mondom, hogy egy olyan, olyan karakter, aki, bár nem tudom a nevét, de, de, de egy, igen, egy fontos karakter, és tudom, hogy, hogy egy fontos karakter, és, és tudom, hogy vakanda, és, és, összeáll az egész egy, egy kerek egész, és azt érzem, hogy igen, ez egy univerzum, és, és azért jelentő most meg a semmiből, mert nem tudom, én három filmmel ezelőtt ez meg az, még az történt. És hát valahol, valahol, azt gondolom, hogy ez egy picit a, a nem tudom én, a negatívuma is lehet ennek, a, ennek az univerzumnak, uh, mint ahogy én, 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 ezt megtapasztaltam, hogy uh, uh, tudtam, hogy jó, meg kell nézni a, 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 Winter Soldier-t, meg a mm, meg a Civil War, csak amikor a Civil War úgy kezdődik, hogy nem tudom én, ezért, már megint összekeveredtem de hogy az egyik még egy felbukkant a Scarlet Witch, és akkor, ja jó, akkor most meg kell nézni azt a filmet, amiben a Scarlet Witch először felbukkant. Ja igen, az Age of ultron meg kell nézni, mert már nem emlékszem, hogy a Scarlet Witchnek mi volt a sztorilánya. Igen, igen. És akkor, igen. akkor jó, uh, akkor még valami. Uh, szóval azért, azért az egy picit, picit negatívuma is lehet, vagy vagy megértem, hogy valakit elijeszt az, hogy most akkor ha. meg kell nézni 30 filmet azért, hogy a sorozatot uh, uh, tudja értelmezni. De de ugyanakkor meg igen, tehát ez egy univerzum, amit, ami, ami ha, ha egyben nézed, akkor viszont zseniális. Továbbra is. Uh -huh. Így van. Ez egy szép végszó az MCU-hoz legalábbis uh, jelenleg, mert pár év múlva jön a Loki, amit meglátjuk, hogy milyen lesz június 9-én. Az a, az a fura, hogy ember kicsit egy uh, a másik Másik oldalon vagyok, tehát én azért a, a, a WandaVision-nel kapcsolatban is, és azért úgy voltam, hogy oké, okay, jónak néz ki, de hát jó, lássuk meg, hogy milyen lesz. A, a Falcon and the Winter Soldier-rel is, és most meg, de, de azért, tehát összességében most a Falcon and the Winter Soldier, is nem tudom, elkészítük, meg bármelyen is tényleg nem, nem sikerült, tehát hogy lehetett volna bőven jobb, azért azt gondolom, hogy, hogy nem volt az azért szart. Tehát volt egy, nem. volt egy hangulata, voltak jó pillanatai, és, és nem, én, én, nem haragszom rá, vagy nem mondom azt, hogy ez itt nem tudom én elkúrtam volna az egész MCU-t. Csak emiatt meg kicsit, kicsit kezdtek attól tartani, hogy emiatt két sorozat miatt a Loki felé is már, már azt várom, vagy attól is azt várom, hogy kurva jó legyen, mert hát azért Tom Hiddleston az zseniális. Tom Hiddleston loki még inkább zseniális, uh, és nem, direkt nem, nem néztem meg egyébként semmilyen előzetes infót, hogy, hogy miről fog szólni, vagy kik lesznek benne ilyen karakterek, de, de hogy tudom, hogy tehát annyit, annyit tudok, hogy valamilyen ilyen, nem tudom, egy időutazós, vagy, vagy ilyen interdimensionális akármi lesz, ami meg, hmm. ami meg megint egy tök jó, tök jó uh, vonal, mert egyrészt meg lehet vele alapozni egy csomó más későbbi filmet, multiverzumot, akármit, ami, amivel tovább mehet az egész MCU, másrészt meg, meg önmagában is egy csomó lehetőséget ad arra, hogy, hogy olyan olyan, nem tudom én, műfai, meg önreflexív dolgokat belevigyenek, hogy, hogy mint mondjuk az egész uh, uh, Endgame volt, vagy az Endgame-nek a nagy része volt ugye az időutazással, meg a, meg a saját magunkat uh, látjuk, és találkozunk, és, és felülírjuk, vagy, vagy nem írjuk felül. Szóval, szóval rengeteg ilyenre van lehetőség, és egy kicsit, kicsit tartok attól, hogy ne az legyen, hogy, hogy oké, okay, ezt várom tőle, és aztán meg nem tudom, mi lesz egy kalancsolozat. Uh, szóval remélem, remélem, hogy ott is azért, azért tökösek voltak, és, és lesz benne annyi uh, újítás, és, és um, kreativitás és szerzőség, hogy, hogy király legyen. Mert hát, azt gondolom, nem. hogy ezért az, alap, az alapja megvan, tehát a lehetőség az megvan, hogy ez úgy kurva jó legyen. Igen, igen. Hát egy hatalmas kiagyodzítszer lesz, ha nem így lesz, ahogy mondod, mert uh, tényleg minden eszközük most megvan ahhoz, hogy egy ilyen iszonyat elszállt, kvázi egy meta sorozatot is csináljanak, mint még betábbat, mint ami a WandaVision volt. <kül> És tényleg Tom Hiddlestonnal meg el lehet adni bármit. Tehát ez meg garantált siker szerintem, mert a Tom Hiddleston lokia az egy kassza siker lenne. Még ha ez, ez, egy mozifilmet volna is. Mert sokáig mozifilmet akartak a Lokiból, csak aztán Hát, jött a, a, a Peak TV, és, és úgy gondolták, hogy, hogy sorozatban jobb lesz. Lehet, hogy jobb lesz. Ha jól tudom, a Rick and Morty egyik írója dolgozik rajta. Hú, hú, hú ezt nem tudtam. <laughs> Úgyhogy tök jó, hogy oh, yeah. egyébként Meg, meglátjuk, meglátjuk. Owen Weasel is benne van. <laughs> és, hogy, nem tudom nem tudom, én láttam az előzeteseket, érdekesnek tűnik. Uh, én, én most jó, jó, hát a hype egy kicsit így, így középtájékra nyomom, hogy már hmm. mármint, hogy... <laughs> Oké. <Okay. Mármit, gül> <Mármit, gül> hogy... nem, 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 kell mindenről beszámolni a közben. <laughs> uh, arany középutom van. Igen, yeah, <laughs> <Okay. gül> Szóval nem, ne, hogy egy nagy csalódás legyen, mert ahogy te is mondtad, a Falcon and the Winter Soldier sem egy rossz sorozat, csak az fáj, hogy felvetett sok kérdést, és azokkal nem kezdett úgy igazán semmit. Vagy a, pont az, hogy kezdett, de hogy így <laughs> ilyen, ilyen, tényleg ez a kisiskolás szintjén, belemondom a kamerába a példabeszédet, és hasonló dolgok voltak benne. Hát igen. Így van. Gergő. <laughs> Jó, Csíj. akkor beszéljünk. De igazából öt az. Tessék? Öt perc szünet. 5 perc üned, vagy felvezetem a The Boys-t. Jó. Vagy a hallgatók most végülnek öt perc csendet. Igen. Mert igen. nem vágunk is semmit. Vagy majd a YouTube-be vág ide egy gyurcsány show reklámot, Igen ugye pont a Falcon and the Winter Soldier az egy ilyen iszonyat uh, papírforma sorozat, egy, uh, mondhatni egy nagyon-nagyon nem -nagyon s iparos munka, vagy ipari munka, és uh, hát a The Boys, amiről beszélni fogunk az első két évadáról, az meg pont ennek az ellenkezője, teljes ellentetje a The Falcon and the Winter Soldiernek, uh, aki nem tudná, hogy mi az a The Boys, itt is, hát, spoileresek leszünk, bár szerintem nem tudom, hogy akarunk Igen. belemenni itt, itt a dolgokba, de valószínűleg én nagyon régen láttam, tehát talán újra nézted, Gáspár? Hát újra néztem az elsőt, és megnéztem a másodikat, és hát az sem ma volt már. Aha, aha, jó, én is így vagyok, valamikor régen volt ez. Gergő majd visszatér, és elmondja, hogy ő mikor látta. De aki nem ismeri a The Boys, az egy, hát erre mondható az, hogy szuperhős szatíra, mert ez tényleg egy ilyen szatíra sorozat, és képregény, mert ez Garth Ennis nevű úriembernek a képregénye, aki többek között a preacher is írta, és hát nyilvánvalóan a Preachernek is ugye Seth Rogen és Evan Goldberg a, hát producere, és ennek a sorozatnak is ők az atya úristenei. A során itt az Erik Kripke, és van egy ilyen előtörténet ennek a The Boys-nak, hogy már na, mit akartam? Ja nem, nem ennek van. Most keverem a másik sorozat a basszus, mert a két sorozat, amiről beszélni fogunk, az szinte Mondhatni ugyanolyan, de majd kiemeljük, hogy mennyire nem, és mégis igen. Tehát nagyon fura ez a két sorozat, tehát lehetnének testvérek is az Invincible és a The Boys. Uh, de azt akartam mondani, hogy uh, uh, annak idején uh, ez uh, elvileg egy nagy siker volt ez a képregény. Sőt, úgy volt nagy siker, hogy 2006-ban elvileg egy, uh, egy, egy, egy uh, Wild Storm nevű kiadó uh, kiadta azt hiszem hat füzetet kiadott ebből a The Boys-ból, és aztán így váratlanul eltörölte, hogy akkor többet nem adnak ki, semmi indokot nem mondott, pedig elvileg a, az eladások más mutattak, egy nagy siker volt, és aztán a Dynamite Entertainment folytatta a kiadását ennek a képregény sorozatnak. Úgyhogy egy hát, régi, soroz, vagy régi képregényről beszéltünk a, már, ha a 2006-ot annak vesszük, és mikor, hanem így pár éve berobbant a The Boys első évada. Konkrétan ugye szuperhős filmek aranykorában járunk, és ez a sorozat, ez így gyönyörűen középső újat mutat ennek az egésznek, és egy ilyen iszonyatosan nagy szatírát csinál a magából a szuperhős mítoszból, illetve nem csak szatírát, de egy ilyen társadalmi Uh, uh, mondani valóval <laughs> megáldott gyönyörű film, vagy a sorozat a, a mi világunkról uh, bárhonnan nézve. Tehát itt belemennek mindenféle dologba már a második évadban. <laughs> Tehát a közösségi médián át, a, a filmkészítésig, a, az emberek hogyan reagálnak a szexuális zaklatásra, a, tehát minden van ebben a sorozatban, és szerintem iszonyat jó. <laughs> tehát minden egyes uh, pillanata üdítő ennek a sorozatnak, és azt szerintem köszönhető annak is, hogy uh, uh, felnőtt sorozat, és nem PG 13-aszták, meg nem 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 volt az, hogy ez akkor most... Volna. Igen, tehát ez, ez egy megvalósítatlan dolog lenne, ha be akarnak sorolni egy ilyen 12-es karikába. De tényleg, ez nem is, nem, nem, is tudnám mihez hasonlítani, mert ez annyira egyedi és annyira friss. Viszont iszonyat régen láttam, azért beszélek ilyen, <hül> ilyen <hül> tárgyilagosan a sorozatról, Gáspár. Hát, ö, ö, igen. Az a, az a durva egyébként, hogy a a, 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 sorozat második év, után rá, ránéztem Wikipédián, meg egyébként, hogy amúgy a, a, képregény az milyen, nagy az még betegebb. Igen. De a, a boly dolgok vannak, hogy én néztem, hogy atya úristen. <laughs> Ezt, tehát azért a, azért a is csak kell félteni, hogyha, hogyha elborult dolgokat kell írni. <laughs> tehát, hogy, tehát, hogy azért, azért, tulajdonképpen ez a sorozat, most bármennyire is ugye dicsérjük, hogy ez nem PG, meg, izé, meg sorozat, hogy azért ez már a kilúgozott és, és, <laughs> és, és, barátibb változata a, 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 képregénynek. De tulajdonképpen, sajnos nem tudok már konkrétumokat mondani, de, de hogy az volt a, a konklúzióm ezután, hogy, Oké, okay, igen, látom a, 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 az eredetinek a, a fordulatait, meg, a, meg a, az, az elborultságát, meg a bevállalásait, de hogy azért tulajdonképpen összességében a, a a sorozat az valahogy nekem jobban működött. És amit és ahogy a sorozat csinált, az nekem jobban, jobban működött és jobban összeállt. Ö valami olyan, ami, ami nekem tetszik. Mondom, ezt, ezt a Wikipédia történet elolvasás alapján mondom, tehát nem, nem olvastam az eredeti képregényt, de, de nekem ez a, ez a verzió, ez abszolút bejön és működik. Ö, és hát ugye, ugye úgy indulunk, a, a, az első évadról fogok tudni egy picit többet mesélni, mert azt ugye, vagy beszélni, mert azt kétszer láttam az újra nézés miatt. Ö, és, és az, az ragad me, meg, jobban. A másik évadra azért inkább csak ilyen, ilyen nagy, nagy storyline -ok, ö, ö, szintjén emlékszem. De hogy ugye az első, első évad az, az ugye fókuszál egyrészt a, a Huey ra aki, aki a, ugye teljesen hétköznapi srác, akinek a, 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 az utcán egyszer csak a, a flashnek a helyi megfelelője az étrény mm. átfut rajta, és egy atomjaira robban a lány. na így indít a sorozat, csak hogy néztem, hogy aha, ez jó lesz. Yes. <laughs> ez ez, ez, ez oké, okay, ez, ez rendben lesz, ez egy nekem való dolog. És, és aztán ugye vele párhuzamosan, meg a, a az Eni a Starlight a, a másik, másik fókusz, aki ugye egy fiatal szuperhős lány. Keresztény. Igen, igen. Aki ugye éppen, éppen bekerült a, a, a Justice League-nek a helyi megfelelőjébe, ahol úgy nagyjából a hatodik percben azt mondta neki a, a, a helyi akvomán, hogy hát, akkor most így szopjál le. <lül> uh, és akkor, akkor itt megint néztem, hogy kurva életben ez tényleg az a sorozat, ami, ami én így azt mondom, hogy az igen. Igen, és ez mind, mindez a Me Too idején volt. Igen. Jó, excep, tehát az a durva. De hogy, de hogy pont, ez a, pont ez a jó és pont ezért Igen, ez túl van. erőteljes, mert, mert tényleg olyan, tehát hogy pont az egész Me Too t az csak alátámasztja azzal, hogy, hogy itt van a, izé, a, 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 szuperhősöknek a fő csapata, ezé megmentjük a világot, és ott is ott van ez, hogy, izé, hogy, hogy bejön a kis fiatal lány a szép, nem tudom én, 18 évével maga szőke hajával, és azt mondja neki a helyi csávó, hogy figyelj, hát, hogy itt, itt ez, ez, így megy, ezzel nincs gond, tehát, hogy ez, ez mindenki átesik. És így paz meg, tehát <tosz> Ez, is, ez is zseniális. Ö, és, és tényleg aztán a, a az összes ilyen uh, Justice League karakter paródia per szatíra, az ugye felbukkan. Uh, ugye a, a, Homelander, aki, aki gyakorlatilag a Superman. Hm. Na, az is egy, az is egy óriási, óriási karakter szerintem. Uh mm -hmm. Hogy ugye az, hogy ő, 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 egyszerre a, a valahol ugye kifelé, vagy legalábbis kifelé próbálja ezt a superment mutatni, hogy ő, 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 ő elpusztíthatatlan, és, és ezért, de mindenkinek segít, mindenkinek a barátja, megmenti a világot, bármikor lehet vele fotózkodni, meg pacsizik bárkivel, Közben körülbelül egy hat évesnek a, a, az érzelmi és empátia szintjén van, jó esetben. Ö, és és fú, tehát hogy a, de, de komolyan róla, szerintem hogy külön tanulmányt lehet írni. Igen. Ö, meg az egész, az, az egész felállása az, hogy hogy ugye ők ők tulajdonképpen pénzért dolgoznak. Vagy hát legalábbis ők egy, ők egy cégnek dolgoznak, aki ezeket a szuperhősöket így menedzseri. A Igen. Disney-nek. Igen. De, de, egyébként, egyébként ez a zseniális ebben, hogy olyan ez az egész, mintha lenne a sorozaton belül egy Marvel, és nem filmeket gyártanának, hanem ott vannak maguk a szuperhősök a való Igen. világban, és az maga ez a kapitalista nagy cég, akikkel tényleg eladnak mindent, mert ebben a világban, tehát olyan, mintha a világunkban léteznének, létezne a Tony Stark, meg a Steve Rogers, csak mindegyik ilyen szexéhes, drogozó faszkalat lenne, és velük akarnák eladni. Tulajdonképpen a Tony Stark ez volt amúgy, hát, is hát az első film idején. Végül is igen. Majdnem egy homelander a Tony Stark. Tehát igen, tehát hogy annyira gyönyörűen ilyen torz tükörké, hát nem is annyira torzad, de hogy tükörképet igen. mutat a, ezeknek a kapitalista cégeknek, és többek között, igen, a Disneynek is, mert itt szó van filmkészítésről, szó van mindenféle nyalókeladásról, a tejről, ami, tehát azzal adják el a tejet, hogy étrény van rajta. Tehát ez pedig a homelanderrel lehetne igazán tejet árulni. Hát, én, de én a Kylo Renféle tejet szeretném a legjobban. De igen, tehát a homelander igen, tehát az ő komplexusa, az ő belső vívódása, a, a, az ő Psziopata, szociopata, és mindenféle. Ő Joffrey. Uh, hát ő konkrétan egy felnőtt Joffrey. <laughs> <laughs> ez, ez egy jó párhuzam, igen. Uh, zseniális, Anthony Starr is zseniális ebben a szerepben. Konkrétan szerintem ő egy ilyen hatalmas jelenet ellopó, <laughs> mert, mert amikor feltűnik egy jelenetben a Homelander, akkor tudod, hogy ott csak ráfókuszálsz, mint néző, mert annyira uralja a választat a színész, hogy elképesztő, és persze ugye a karakter is, hogy... hogy hát de a, nézd összeredásul az a Anthony Shivert, ugye a Ben Shiver, <laughs> Igen, és akkor, akciósztár. Igen, tehát ott, ott, meg az a az a féle karakter, tehát, hogy aki itt a Kálörben, az a bensíben az Anthony Star, szerintem. Igen. És, és, hihetetlen, hogy a csávónak amúgy milyen skálája van. Igen. Zseniális. És ugyanúgy egyébként a, a, amiről még nem beszélték persze az a The Boys oldala, ami megint mm. csak olyan, hogy így tele van fantasztikus karakterekkel. Most kezdve Karl Urban a Frenchin keresztül, a Mother's Milk, vagy a... Hogy hívják a csajt a... Aki a, a... The female. The, the female, nincs neve? valami Hát ne a maradni. második évadra Kimiko azt hiszem, Kimiko, 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 igen. Tehát, az... Female van. Igen, tehát ő, ők is annyira fantasztikus uh, csapat, és a, a, amilyen interakciók vannak egymás között, és és, és, és az, hogy uh, hogy igazából az egész mögött van egy ilyen iszonyat durva tragédia, ami aztán ugye az első évad végén derül ki, és a második évad már erre épít, uh, fantasztikus, és egyszerűen gyomorforgató, miközben kibaszott nagyokat röhögsz. <laughs> Na nagyon, nagyon jól tud esni az embernek ez a sorozat, hogy, hogy mer az lenni, ami tényleg a képregény. És ahogy Gáspár elmondta, tehát még lejjebb is vették a szintet, tehát hogy azért olyan durvát te ne nyomjunk, nem, de... nem, nem kicsit. De elvileg a harmadik évadra nagyon-nagyon durva dolgok lesznek, mert hogy van valami nagyon nagy orgia jelenet a képregénybe, és azt egy az egyben áttemelik. Kíváncsi leszek. Kire? Én így olvasgattam ezért dolgokat, hogy ilyen, ilyen top 10 legdurvább um, uh, The Boys jelenet, nem tudom, hogy kettő volt benne a sorozatban jó esetben, és azért így annak extrém dolgok, és azért, azért a sorozat is, tehát azért azt, azt se fogta vissza magát, azért azt gondolom, hogy ott is robbantak a fejek, meg, meg azért... Hát meg a csecsevő szem és akkor igen, az, igen. Ahogy végig igen. szántanak videt és közben fucking diabolok tehát... Hogy, igen. Hogy, igen. Uh, nem, nem vagyok benne biztosan, hogy ennél véresebbnek kell lennie a boysnak, mert így is pont annyi van benne, amivel nagyon jól aláhúzza, hogy ez a sorozat más. Mm. És, és ugye tényleg van, volt ennek az első részében az a húk, amikor a Huey fogja a barátainak a kezét, és az a train átgázol rajta. És ahogy én ezt néztem, akkor én felfogtam, hogy ez a sorozat, ez más lesz. Tehát, hogy, hogy az volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy, hogy én ennél ki fogok tartani nagyon-nagyon sokáig. Hm, mm. Igen. Tehát az tényleg valóban egy olyan jelent, ami így. Már az első percben az, ami ez a sorozat, és nem göntör falazik. És akkor a második évadban meg tényleg olyan dolgok történnek. Nekem sokkal jobban tetszett egyébként a második évad, pedig az első is nagyon tetszett. De a második évadnál én sokkal koherensebbnek éreztem ezt az egész sztorit. Lehet, hogy azért is, mert ugye beoszták ezt a, a Homelandernek a titkos fia vonalat, és ez egy elég szörnyű, ilyen belső drámát ad az egész második évadnak, hogy így elképzeled, hogy itt ez itt a kis pszichopata, konkrétan olyan, mintha egy kis Anakin Skywalker-t nevelnél, akiről tudod, hogy Darth Vader lesz, de te próbáld megakadályozni, hogy ne legyen Darth Vader. Úgyhogy nagyon érdekes, meg, az, meg, meg a második évadban nekem nagyon tetszett a Stormfrontnak a karaktere, hogy ő hogy, yeah. hogy, hogy így egyszer csak így, így Tök jó fej, Instagram celeb, meg ilyen izé, mindenkivel jópofizik, ajakes, euh, én nagyon szeretem, és euh, nem kaszlingolták meg még sose ilyen szerepre, és akkor egyszer csak így felrobbant egy egész panelház. <laughs> Minden, em, tehát fe, feketéket tehát ezt ki kell, ahol feketék élnek. <laughs> és, és így kiderül róla, hogy egy náci. <laughs> zseniális a, a, az a fajta történetvezetés, ami ott van. És aztán, ahogy szegény, ugye, hát nem meghal, de hogy úgy <laughs> elveszíti mindenét. Uh, na, fantasztikus, egyszerűen fantasztikus, ahogy a, a második évadot így felépítették, és uh, ér, ott mindent éreztem. És ugye a második évadban van például megint csak egy meta szereposztás, amikor az X-menes Iceman-ből egy ögyújtós piromen lesz. <laughs> És nem be sajnos a színész neve. Lantern volt, nem? Mindegy. Lantern volt a neve, igen. A, hát Lamplighter volt. Vagy Lamplighter. Ja, az. Majdnem yes. Green lantern a... akartam mondani, de az más. Hát az, annak gyakorlatilag egy, egy újra gondolásra szerintem. De ö, visszatér egyébként a Stormfrontra, hogy ha jól emlékszem, akkor a a képregényben egyébként férfi, tehát ráadásul férfi, még, igen. még, meg, meg, meg egyébként jó pár, jó pár ö, Ö, szereplő, aki, aki, a sorozatban ő ez az eredetben férfi, de, de azt néztem, hogy, hogy igazából tök jól működnek. És, 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 mondjuk így, így lehet, és így érdemes azt csinálni, hogy, hogy legyen több női karakter, de ne, ne legyen erőltetett mert igazából egyiküknél se éreztem, mondjuk utólag elolvastam, hogy jó, ja, ő férfi, oké, de közben meg pont ugye a, a fú, valahogy hívják a tehát az első évadban az, a, az igazgatónő. Medellin. Medellin, igen, hogy... hogy... Melori. Vagy nem, bárja, nem. Az... A, a, mi, a, tulajdonképpen mindkettőjük egyébként, a Melori. mert a Mallory is férfi az eredetiben, vagy a, a, a képregényben. De ugye a Medellin is ugye, aki, aki, tehát a, 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 vezető az a, a, a képregényben az férfi, de hogy közben meg ugye ráhúzták a, a meg a, meg a ezt az egész, egész, hát nem mondom, hogy szerelmi szálat mert a fasz tudja, tehát hogy, hogy, ezt az egész beteg, nem tudom én mit, őrületet, és kibaszott jól működik. És meg nem mondod, hogy az nem ott volt, vagy ez, az az üzé. Az -e, azt yeah. kvázi utólag írták hozzá, vagy az egy, vagy az egy ö, ö, átvariálás a dolognak, hanem annyira organikus, vagy annyira, annyira egybe van az egész hogy, hogy az elmondhatatlan. A Mallory az egyébként szintén, tehát, hogy, hogy, egyáltalán nem ló ki, vagy, 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 esik szét az, hogy, hogy az a, akinek a, a, az unokáit felgyújtják, az, az egy női ügynök. Tök mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, 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 számít, és nem erőltetett az, hogy ő, 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 most nő lett ebben a verzióban. Hát meg, meg tényleg vannak ilyen módosítások. Én ezt most olvastam, hogy a, hogy a Translucent sem volt benne a képregénybe, hanem ott az ő helyén a hetekben egy ilyen földön kívüli van, hogy ez a Martian manhunter a, a spoofja tulajdonképpen, és így a, ez a Translucent, aki így egy sokkal olcsóbb megoldás, mivel hát. általában a semmit kell kamerázni, csak néha alá szinkronizálni, viszont az ő karakteréből meg egy olyat csináltak, ami pedig bebikázza tulajdonképpen a Huey-nak a karakterfejlődését, amikor ilyen. a seggébe dugnak egy bombát, és úgy robban bántják az elpusztítatatlan, láthatatlan embert. Nem, e, igen, és ettől olyan jó ez a sorozat, hogy amúgy mer annyira elvetemült és vad lenni, amit amúgy mostan már a filmekből eléggé kiszorítottak, és ehhez képest pedig amúgy rohadtul mainstream tud lenni. Tehát amúgy ez is tök jól mutatja, mert ugye felkapta a tömeg, meg a közönség, meg a minden, és szerintem eléggé már kulcs státuszban van, így a második évad környékén. És, és úgy is tud közönség siker lenni, hogy nem kell a, attól tartani, hogy jaj, túl véres, akkor nem nézik meg, meg jaj, mert megkapja az erbesorolást, és akkor nem nézhetik meg a moziban a célközönségből. Mert viszont így streamingen meg, ugye bárki hozzáfér, és amúgy az embereket nem tartja vissza az, hogy akár erőszakos, akár trágár, akár perverz a, a sorozat. Hogyha amúgy meg jól van megírva, meg vicces, meg elgondolkodtató, meg tényleg van benne valamennyi él. És nem csak arról szól, hogy a, szemedet jól lakassa a sorozat, hanem közben pedig még amúgy szellemérig is próbál neked valamit adni és tanítani. Igen. Igen, pedig nagyon békony a mesdje. Tehát amennyi erőszak van ebben a sorozatban, azért az könnyen öncélúvá tudná, tudna válni, de egyszer sem éreztem azt, hogy ez most ön hanem ez alátámasztja azt a világot, azt a mocskos világot és történetet, amit el akarnak mesélni. És szerintem ez nagy truváj, hogy ezt így képesek prezentálni az Eric kripkék, ék akik ugye, túl vannak több mint képbe vagy Gergő hány évad Supernatural-nek? 15. Úristen. De ő ugye az ötödiknél kiszállt. Tehát ugye én is Ő... Uh, én, én végignéztem, <laughs> amúgy. Én végignéztem a sorozatot, úgyhogy ugye tavaly lett vége év végén, talán, hogyha jól emlékszem. Uh -huh. És, és én kiszálltam amúgy a 12. vagy 11. évad Jezus környékén, is. még annó évekkel ezelőtt. Mert nekem a Supernet volt a, a sorozat, én amiatt kezdtem el hetiben ö, online feliratosan sorozatot nézni. Tehát nekem, nekem az volt ez a, ez a gyújtópontja ennek az egész őrületnek, és emiatt én nem tudtam ott hagyni. És a 11. évadig így is ezt tartottam, vagy 12. évadig, de aztán elfogyott a türelmem. És amikor bejelentették, hogy oké, okay, 15. évaddal vége van a sorozatnak, lezárják, nem úgy a semmiből, hanem tényleg ezt úgy írják meg, akkor úgy voltam vele, hogy oké, okay, három évadot amúgy ki fogok bírni, végignézem, és, és lenyomtam. És nagyon régen volt az, hogy 50 percen keresztül sírtam egy egész sorozat epizódon, de a szupermecsere zárása ilyen volt, amúgy. Hmm. <laughs> tehát nagyon szép volt, de tehát csak tehát annyira azért nem hüde jó, mert csak nagyon szép, de tehát azért nem indokolja azt, hogy mondjuk te az ötlik után visszaugorjál, hogy akkor lenyomd a maradék tíz évadot. Arra Te meg nem lett, tudlak biztatni, hogy meg csak oda kattints. Hát az igaz, mert tényleg annyira nem erős. De igen, tehát a Kripke emiatt is volt számomra nézhet, nézős amúgy nagyon a boys, mert annyira tetszett amúgy az az alap, amit a Kripke lefektetett. És tényleg a, a világfelépítés, ami a supernatural is kurva jól működik, az itt meg tényleg a hatványon van mert a, a boys számomra amúgy a világa miatt olyan érdekes elsősorban. Ö, és a második évadnál nekem kijött az, hogy talán pont a címszereplők, a fiúk nem olyan érdekesek. Hmm. Uh, uh, eh, akartam valami okosat mondani, ami elszembe jut. Mondja De még, még gondolkozom, <laughs> lehet, hogy a fenéről volt szó, hogy mit, mit, mit akartam mondani. Ja, igen, hogy, hogy a, a a szép magyar szóval a pacing egyébként zseniális szerintem a sorozatnak, mert, mert mindig, mindig valahogy úgy, mindig, mindig, van valami olyan, ami, ami érdekel, és ami, a minden epizódban van valami olyan, ami, ami így, így nézeti magát az egész. Tehát, tehát, hiába van éjjel kettő, ezt vettem észre magam, hogy hiába van éjjel kettő, még, még meg akarom nézni a következő részt, mert megint történt valami olyan, vagy megint, megint nem tudom én, hogy olyan irányba lépett a, valamelyik ö, ö, szál, hogy hogy ó, passz, meg, hát na, na most mi lesz a következőben. És nem, nem az ő, hogy nem ilyen, ö, olcsó olcsókli fengerekről beszélünk, hanem hanem ténylegesen egy olyan, olyan ö, tempóról, vagy egy olyan olyan ö, ritmusról, hogy hogy mindig, mindig van valami, ami, ami, ami érdekes és ami, ami tovább akarod nézni. Ö, és én, én, meg ezt éreztem már elég régen, vagy ezt tapasztaltam elég régen sorozattal kapcsolatban, és nagyon-nagyon és jó volt, hogy, hogy most tényleg, tényleg meg valami, amit, amit nézni, mert egyszerűen nem bírod ott hagyni. Igen, Öm, és... Igen? E, e, ennyi. Most. Jó. <laughs> e, e, igen, és e, tényleg a harmadik évad talán nyáron jön, vagy nem, nem tudom, mikor jön. Bá, nem készítik. Jön. Pont most tett ki a Jack Wade egy képet uh, Instagramra, hogy uh, éppen mit csinálják, ebben a pillanatokként, és ugye azt kell oda tudni, hogy bekasztingolták például a Jensen eccles a Dint, mm. a Supernatural-ből, és ő lesz a Soldier Boy, aki ismeri a képre, biztos mond valamit neki, nekem Az nem. Amerika kapitány karakter. I igen, az Amerika kapitány, <laughs> konkrét, én ennyit tudok erről a karakterről, hogy ez az Amerika kapitány a boys -ban. Uh, biztos kurva jó lesz. <laughs> biztos vagyok benne amúgy, hogy a ez már hamarabb is szerepet kapott volna, hogy a supernatural korábban van vége. Tehát szerintem úgy volt, hogy az elég kripke néz nézte, hogy jó, felszabadul, akkor jöjjenek, és amúgy, hogyha nem áll bele a Jared meg a Walkerbe, akkor szerintem ő is amúgy jönne ide később. És akkor a valami Soldier Boy kétpetéjű testvére lenne, vagy nem tudom. Ez is simán belőlük, hogy ilyen baromságot amúgy megcsinálnak. De igen, tehát, hogy, hogy ezt így láttam, hogy jönni fog ő, és biztos vagyok benne, hogy Talán azt olvastam, hogy ez a figura valami pont ugyanúgy a második világháborúban volt szolgált, és ilyen szuperkatona, csak hogy elvileg az összes bevetése vagy óriási nagy katasztrófába torkollott, és valószínűleg emiatt valami kicsinyes kis pöcs lesz. <hállítható> jól hangzik. Szerintem, de ebben nagyon várom, nagyon érdekel. Kurva jó lesz. És tényleg ez egy garancia szerintem. Most például a harmadik évadnál én nem hiszem el, hogy ez nem lesz egy jó évad, hanem tényleg egy garancia, hogy akkor jön a The Boys harmadik évada, vagyis bocsánat, a fiúk harmadik évada, és az, az egy jó, jó évad lesz. Mert egyébként közben, pont így a utóbbi hónapokban elkészült hozzá magyar szinkró, magyar felirat, már elérhető az Amazon Prime-on. Uh, szóval valószínűleg hamarosan talán még nagyobb közönséget elér itthon is, uh, mert azért elég limitált volt eddig a, a az elérhetési formátuma így a magyaroknál. Meg az Aztán én értelmem, e e amúgy Amazon e ehhez készítette kb. legelőször el a szinkront, Aha. Mert, mert talán voltak is erről adatok, hogy, hogy a top 10 streaminget sorozatban ez volt az egyetlen egy nem netflix sorozat. És talán még azértre is tudod kerülni. Szép. Szép. Ha. Hát igen, látszik, hogy azért van, van egy ilyen felnőtt uh, szuperhős sorozatra igény, és akkor szerintem léphetünk tovább a, hát szerintem a még szélsőségesebb <gül> <gül> uh, sorozatra, a Invincible. Uh, szerintem a testvére a Boysnak. Pont az. ezt mondtam én is, amikor, amikor nem voltál, hogy ez a kettő azért testvér is lehetne, testvérsorozatok. Mert hát ez az Invincible is a Prime-ra jött, az Amazon Prime-ra. Ez, ez a legújabb sorozat egyébként, ez most márciusban jött, ha jól emlékszem, vagy áprilisba. És ugyanaz é... a producerek is. É, ugyanaz a producer, a Seth és a, az Evan Goldberg. A, a, aki nem tudná, ez Robert Kirkman a, Képregénye, amit még a Walking Dead előtt adott ki, de azt hiszem csak ilyen fél évvel, vagy nem tudom. Tehát ilyen nagyon kis időintervallum telt el a kettő között. Hát ez egy nagy kult klasszikus képregény, így a, a képregények között. 2003 azt hiszem a, az első kiadás, Igen. és 2018 pedig a az utolsó, és 144 füzet jelent meg belőle, ami kurva sok. És elvileg ez egy ilyen, ez egy image image komik, tehát az, az a kiadó, és ez, ez, ez a, 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 amit így lefed, ez a történet, ez az Image Universe, tehát ez egy egész univerzum, amit lefed az Invincible, és már 2017-ben, akartak szetrogenék ebből egy akkor még élő szereplős filmet, ami totál elképzelhetetlen, de aztán mielőtt így fejlesztettek volna ezen az ötleten, akkor megvette az Amazon mint tévésorozatot, mint rajzfilmsorozatot, mert ugye ez egy rajzfilmsorozat, ha még nem mondtuk volna. És hát ez egy ez, ez kevésbé szatirikus, ez, ez nem szuperhős szatíra, hanem ez egy ilyen szuperhős mítoszt egyszerre így ledönt, és közben ilyen hatalmas dicsimnuszt ö, szaval le neki, hogy milyen gyönyörű ez a szuperhős műfaj. <laughs> és így nagyon érdekes egyveleg, mert ha The Boys véres volt, akkor az így véres a harmadikod az Invincible. Egy nagyon érdekes hangulattal operáló sorozat, aminek lehet, hogy elmesélnénk már az első rész sztoriát, akkor lelőnénk az egész sorozatot. Én most ezt azért nem merem elmesélni, igen, mert fogjuk. elmeséljük, mert ezt a lehet, hogy, nem látták annyia. Hát ja, akkor majd, aki nem látta, az most szépen megállítja, és... Meg szerintem, hogy még nem volt, hogy nem spoilereztetek Igen, volna. tehát, hogy ez... Az... Néha, néha, nem tudom, én, Ákos próbálkozik ilyen, most ne legyünk spoileresek, aztán megszólalok én, és a másik mondatban elmondom, hogy mi történik. Jó, Gáspár, átadom neked a szót, mert uh, itt te vagy a nagy Invincible uh, Tudor. Hát igen, én, má, én már megint sokszor tudtam, hogy mi a neked. jó. Igen. Sokszor hallottam már tőled ezt a mondatot, hogy ezt ajánlod, még hát a ezt... sorozat előtt igen. mondtad, uh, úgyhogy mesé. kérlek. És aztán most csak hátradőlök, és azt mondom, hogy ugye megmondtam. Igen. Ugye megint igazam lehet, lehet, hogy nem ártana rám hallgatni és akkor ilyen dolgok eljutnának hozzá, is Ákos, Mass Effect. Uh, na, szóval, já, igen, is én, én... Szóval az... Jó, uh, én, én, olvastam nem az összeset, de, de valamennyit az Invincible uh, képregényekből, meg mindig az volt, hogy... hogy uh, uh, volt, volt egy időszak, amikor, amikor utolértem a, 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 a képregény megjelenéseket, csak akkor meg az volt, hogy a havonta jöttek ki a füzetek, és, és mindig az volt, hogy jó, elolvastam, és aztán mire a jövő hónapban kijött már, elfelejtettem, és akkor most megint... Jó, most hány hónappal kell visszaolvasnom, hogy hogy értsem a storyline-t, vagy emlékezzek rá. <coughs> uh, szóval ez, ez sajnos ilyen volt, de... De ugyanakkor meg, meg azt gondolom, hogy, hogy tényleg ez uh, uh, képregényben az ez eszmetlenül zseniális. Uh, és tényleg az a az, a, az, a, az a... az egyik legjobb benne, vagy, vagy talán az a, az a legfőbb ismérve, hogy, hogy egyszerre működik uh, szuperhős, klasszikus értelemben vett szuperhős képregényként, és, és azoknak a, a, a kvázi paródiája per, per szatírája, per kiforgatásaként is. És, és, ez a zseniális benne szerintem, hogy, hogy ott, van, a, ott van az Invincible, meg ott van, most, ha csak a, 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 nem tudom én, most az első ö, ö, évadnál tart, maradok, akkor mondjuk ott van a, a, nem tudom, az omni Man, meg ott van a, a, a Guardians of the Globe, aki így röhögsz, mert mert, 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 értel egy ilyen, egy ilyen egyértelmű Justice League öm, paródia az egész, csak közben meg, közben meg mögérek a körk, egy olyan, olyan sztorit, hogy, hogy beugyozol. ugye a, a, az, az meg az egész, egész ö, ö, hát hogy mondjuk, tehát hogy, a, 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 gyilkossággal meg azzal, hogy ki, a, ki az Omni valójában. Ö, és akkor most még ugye egy százalékán tartunk a, a, a képregény történetének nagyjából, de, 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 de már itt is, itt is azért kijön bőven az, hogy, hogy miről szól ez az egész, hogy mi a, mi a, hogy mondjam, az, az egyedisége ennek a, ennek a, a sztorinak. Miről? a Hol kezdjük? Nagyon-nagyon sokat mi, mi, a történet, beszélni Gáspár? Beszélni. Nagyon, nagyon, sokat tök beszél az bármikor. Ö, a történet az, ugye a Mark, Mark Graysonról szól. Vele kezdünk, aki, aki ugye egy egy um, New York, nem nincs, nem? nincs megnevezve. Tehát egy egy város, városi eh, diák, a, a, az apukája Omni men, aki hát gyakorlatilag a a helyi superman aki ugyanúgy egy, egy, egy ö, ö, másik bolygóról érkezett, ugyanúgy ö, ő ment meg mindenkit, nagyon jó fej, és, és ö, mindenkinek segít. Meg ugyanúgy van egy, van egy Justice League-szerű csapat, aki, akiknek néha ő bedolgozik, stb. Ugye Mark, Mark nak épp, épp a, kamaszkorát éli, középiskolás, és, és hát várja, hogy a, a, az ő képességei azok uh, mikor és vajon egyáltalán aktiválódnak-e. Uh, és aztán igen, aktiválódnak, ő is, ő is elkezd Invincible-ként szuperhősködni, és aztán Omni egyszer csak legyilkolja a teljes uh, Justice League megfelelő Guardians of the maga. Globe. És akkor így, lees, így leesik az art, de ez ugye azt hiszem az ötödik, vagy a hetedik uh, füzet volt, hogy így így Súgy. Töké, um, igen, tehát konkrétan yeah. leesett az arcom, mert láttam yeah. az előzetest, de nyilván, hál' Isten, nem jött le abból, hogy most ez mi lesz. Tudtam, hogy ami kurva jó, meg már hányszor mondtad, hogy most megint elmondom, igen, hányszor mondtad, hogy igen, ez kurva yeah. jó. Igen. És, és amikor megnéztem az eset, azt mondom, jó persze, most ez oké. Okay. Persze, ez egy tök jó szuperhős ö, rajzfilm lesz, de hogy ebben mi a truváj. És a Rohadék sorozat azt csinálja, yes. hogy a főcím megjelenik a sorozat végén, és a lehető leghosszabb posztkredit szín van a világon, ilyen negyed órás, 20 perces, és, és egyszer csak megjelenik az Omnimen, és így legyilkol mindenkit, de nem úgy, hogy ilyen ö, pg 13 hanem így szétlocsantja az agyvelejét, lefejezi az a, a szuperhősöket, kilocsantja a szívét, de ez olyan vizualitással van megvalósítva, mint az animékbe, de még ott se. Tehát annyira valóságosan át tudták adni vizuálisan a, a brutalitását ennek az egésznek, és is iszonyatosan tud fájni iszonyatos, hogy nézed a képet, hogy mi a fasz? Tehát ezt megcsinálják egy sorozatban. Hogy? És J.K. Simons a hangja ennek, akit szétgyilkol mindenki. Tehát, hogy ez, ez, lehet? Meg úgy is néz ki, mint a J.K. Simons amúgy. Hát, mint a, jj a... Igen, 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 igen. Nekem is ez jutott eszembe. Nekem is amúgy az volt az a jelent, amit mondtam a boysnál, hogy amikor a Hughie-nak, a barátnének a keze marad csak ott a kezében, az volt a húk, itt meg ez a zárás volt. Az, és én, én tudtam, hogy van benne valami vérengzés, de néztem az első részt, és jó, ez tök basic, én nem tudom, hogy miért van mindenki ennyire beszarva, vagy biztos valamikor jó is lesz. És aztán vége lett a résztek, és így, ó, az a Red Wedding ö, flash volt tőle, ugyanúgy nem jutottam Igen. szóhoz, hogy, hogy ez van, és így, hm, jó, hogyha, hogyha ez most ez a sorozat ilyen lesz, akkor nem bánom amúgy, hogy 50 perces minden rész, mert én azt hittem, hogy ilyen 20 perces valami lesz, mert animáció az annyi szokott általában lenni, és gondoltam, hogy ez egy két óra alatt meg leszek az egész sorozattal, aztán kiderült, hogy sokkal tovább fog tartani, és sokkal jobban jártam így. Hm. Igen, és egy egyébként a képregény annyiban aljasabb, egy picit a, a, sok ilyen képregény kontra sorozat megszólalásom lesz, bocs, de, de azért, mert, mert azt gondolom, hogy érdekes, tehát hogy, hogy, hogy erről lehet, lehet, úgy beszélni összehasonlítás szempontjából, hogy ez ne az, hogy beszél a képregénybe, hanem, hanem tényleg, tényleg, az, hogy hozzányúltak egyébként a képregényhez ö, ö, eléggé, de, de ügyesen és jól. Vagy, vagy, bizonyos helyeken nem jól, de, vagy nem annyira jól, de, de mindenképp lehet értelmes összehasonlítást csinálni, azt gondolom. Úgyhogy ezért fogok. Ö, tehát az, hogy a, a, a képregény ez picit máshogy adagolja a sztorit, mert ott, ott az, hogy ott a, a, az első, mondom azt hiszem, hét, hét epizód, az gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen tini szuperhős első, első jött, ugye megkapja az erejét, izé ott az Omniman az, az, az még... Ö, csak, csak apa figuraként van jelen, egyébként egy sokkal kedvesebb apa figura, vagy sokkal kevésbé ilyen, ilyen uh, hirtelen haragú, vagy ez a, az a valami. az Grinch. nincs benne. <laughs> uh, és, uh, és az van, hogy, hogy valami olyan, a, azt mondjuk kezdődik a hetedik rész, hogy hát ez Mark Graysonnak milyen nehéz a, 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 az iskolai életet ugye összeegyeztetni a szuperősködéssel, és éppen nem tudom, hogy leckét ír, vagy, vagy, vagy elalszik, mert kurva sok leckéje van. És jó, hát akkor, amíg már Grayson itt izé, kialussza magát, addig nézzünk körül a világban, ezt így, így lenarrája, vagy kb. így lenarrája a képregény maga, és akkor szépen, szépen bemut elkezdi bemutogatni a Guardians of the Globe-ot, és akkor ott mindegyik kis mini story ugye az a vége, hogy kap egy hívást, és akkor el kell menni a ezért főhadiszállásra, és, és tényleg akkor így végignéz, hogy jár, röhögcsélsz, hogy jaj, jaj, igen, értem, ő a, özé, ő a Batman, ő a, a, a Flash, ő a Z, Aquaman, nek a nagyon vicces megfelelő, így egy hal, gyakorlatilag halember, gyakorlatilag. És, és akkor egy szépen ezért, oda mennek a főhadiszállásra, és akkor puff, így ugyanez a jelent lejátszódik, hogy a Omniben így így széttrancsíroz mindenkit. És ott, ott ráadásul öm, ott ráadásul azzal, hogy ott, ott nem, nem harcolnak és nem állnak ellen. Tehát, hogy nincs, nincs az, hogy, hogy még bármennyire is felvennék a harcot, hanem, hanem Omni meg gyakorlatilag kivégez mindenkit. Ö, és senki nem tud róla semmit, hogy, hogy ez megtörtént. Vagy hát egy... Ö, hogy, na, arról nem tudnak, hogy neki ehhez bármi köze van. É, és szerintem az, 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 az kibaszott zseniális, és, és valahol egyébként szerintem erősebb az, hogy, hogy így van adagolva. de értem, hogy itt, itt, ugye más volt a koncepció, mert itt, itt, itt sokkal inkább az volt a koncepció, hogy, hogy tud meg korábban, hogy ez megtörtént, és aztán, aztán azt, azt, azt tartja fenn a feszültséget, hogy ugye te tudod, hogy ez megtörtént, és, és hogy vajon lebukik e vagy kiderül el, vagy hogyan derül ki. -e. Egyrészt, másrészt, hogy nem tudod, hogy miért csinálta. Igen. A, a, a képregény az meg, az meg abban is benne volt ez, mert azért pár részen keresztül még ott is volt az, hogy, 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 hogy nem tudták, hogy mi történt, de, a, de a, az omnémán meg még ott izé jó pofáskodott, vagy jó fejkedett. De hogy ott, ott, sokkal inkább úgy működött, hogy először felépítették őt, mint egy ilyen jóságos szupermen és figura, és aztán arra húztak egy olyat, hogy akkor ő Bocsánat, szároskodik? igen. igen, tehát a, az első rész, itt nyilván, amit elmondtál, teljesen más a pacing -e annak, ha ez így a hetedik füzetbe jelenik meg, mert itt az első résznél azt éreztem, hogy itt, itt, valami készülődik, hogy így ez tök jó, hogy már mondtam, hogy egy erős történet látjuk, egy klasszikus, megkapja az erejét, mit kezd vele, de, 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 de hogy így van valami ebben a figurában, tehát ahogy vannak ilyen apróbb dükkitérései már az első részben, meg így azt hiszem, hogy a Márkot valahol, ott pont az első részben, amikor tanítja. És így mondom, mi a fasz? Mi történik itt? Mi ez az egész? És, és annyira látszik, hogy úgy vezetik a nézőt, és ez szerintem zseniális, hogy, hogy így nem tudod, hogy mi lesz. És ugyanígy aztán, ami, ami után megtörténik, és uh, nyolc részes, ugye? Ha jól a... És akkor mind a nyolc részben, vagy hát ugye hétben ezután, uh, így uh, az a nagy kérdőjel, hogy Omniman miért csinálta ezt? Hogy, hogy, ez most mi? És végig fenn van ez a, kérdés, fenn, ez a kérdés, és így annyira egyedi a hangulata emiatt az egész, nem csak emiatt, de főleg emiatt, hogy így, egy ilyen szörnyű gyilkossággal, gyilkosságát, mészárlással nyit a, 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 sorozat, és, és nem tudott hova tenni, és az Omnimen, vagy hát ugye a Nolan, a, a polgári neve a földön, uh, így igazából úgy a sorozat nagy részébe nem ez, hanem így próbálja nevelni a Márkót, a feleségével tök jó viszonyban vannak, és így mindig elhint jeleket, hogy mit tudom én, Rómában van a feleségével, és megjelenik egy nagy sárkány, és nem tesz semmit a Nolan, mert hogy majd elintézi a, a, nem, nem szembe a neve, a Walton Goggins hangja. Sziszó. <laughs> <laughs> Sziszó, igen. Tehát, hogy elintézi, Cecil. Cecil, mert hogy, mert hogy van, és most nem, nem, nem törődik ezzel az Omnimen. és vannak ilyen jelek, és így ilyen iszonyat durva, meg hogy amennyi képregényes utalásában benne van, annyi mix, például nekem, én imádtam azt a karaktert, a Damien Darkblood, aki, aki ez a e, egyszerre Rorschach, egyszerre uh, Hellboy, a, Hellboy Konstantin. Uh, <tosz> <jenkepp, Hellboy. tosz> Igen. Nem, ő, nem ő, ő, ő egyébként a ké, ő, 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 ő eléggé átvariálták, mert a, a, egyrészt, hogy itt, itt sokkal inkább uh, uh, Hellboy, a, a, a képregényben meg sokkal inkább rosszak, Tehát ott, 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 nem, azt nem ennyire patás, meg, meg pirosnak piros, vagy nem, nem, nem az, hogy maszki van, és azon a, a nem, nem ilyen rosszak, mint a van, hanem egy ilyen piros arc. Igen. ami hasonló, és, de, de egy sokkal kisebb karakter, de hogy mondjuk azért beszél, a, mert az a, az a sorozatban is benne, hogy egy kicsit ilyen furán beszél, kicsit töri a... Igen. Ahogy vagy ilyen, mint a törni, az, na, az a rósek miatt van azt gondolom, mert ugye a a a, 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 a róság, az gyakorlatilag, amikor beszél, akkor sem, mintha a naplóját írná. Vagy akkor is De. egy ilyen nagyon, nagyon tömör és, és félig meddig hiányos ö, mondatokból beszél, és itt is az, az azt hozták vissza. Uh -huh. ö, az, a, az a poén egyébként, hogy itt azért egy picit, picit felhozták, tehát itt egy vállalatok karakter, a, a, a képregénybe ő, ő annyi, hogy, hogy, ugyanígy az eleje az kb. ugyanaz, hogy ő feltűnik és nyomoz, és mindenki összenéz, stb. És aztán ugyanúgy megvan ez a lelepleződés, és, és, és ó, Omniman elrepülés minden, és aztán nem tudom, hogy öt résszel később így egyszer csak megjelenik a, a Damien Darkbat, hogy ja, és ugye mindenki tud róla már a világ, hogy mi történt, és megjelenik a Damien Darkbat, hogy megfejtettem. Omniben volt az. És mindenki nézze, hogy igen, tudjuk. Tehát, Lapozzunk. Egy, igen, igen, és de jó, hogy rájöttél, és hogy elsúnyog, Tehát, hogy egy, egy, nem tudom, egy, egy hány részes gag volt gyakorlatilag ez a karakter a képregényben. mondom, én, 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 én bírtam azt a geget, meg bírtam ezt a rosság paródiát ezzel, de, de tulajdonképpen ugye ennek a koncepciónak, hogy itt, itt, itt sokkal hamarabb megtörténik, és aztán inkább, inkább egy kicsit ilyen nyomozgatás, meg kijön rá, ki nem jön rá szituációhoz, meg meg jó ez a karakter. Uh -huh. Meg igazából amúgy euh, én így azért csodálkoztam ezen a karakteren, hogy hogy ezzel egyszerre berántották akkor a fentezit is a történetbe. Tehát az, hogy varázsolnak, még rituálé van, meg ő a pokolból jött, és akkor őt kiűzték a pokolból, meg mit tudom én. Tehát, hogy, hogy ezek is mind olyan történetszálak, amiket, amiket általában úgy mellőzni szoktak manapság, a, vagy legalábbis azokból a képregény adaptációkból, amiket mi nézünk általában most a, a filmekben, meg a sorozatokban. És, és akkor néha-néha így rá tudunk csodálkozni, hogy de jó, hát például a Doctor strange be van varázslat, meg ö, ilyenek, meg akkor a Hellboy önmagában egy ilyen nagybetűs penteziként van inkább jelen. Ö, az utol legutolsó filmnél inkább ne lenne jelen, azt érezzük, de ez egy teljesen másik kérdés. És itt valahogy egyszerre volt idegen, és mégis közben meg annyira újítószándékú szándékú és érdekes adaléka a történetnek. Meg itt is mondjuk meg egy kicsit ilyen kocsek karakter volt szerintem, hogy így ül, és akkor hm, én nekem erre a végére kell járnom. Miért? Mert fontos nekem az igazság, és ezzel így picit ilyen idétlennek hangzik, de a sorozatom úgy meg nem riad vissza attól, hogy idétlen legyen. És emiatt ne, nem érződik egy ilyen idegen testnek ez a történetszál. Úgyhogy hatalmas pacsi amúgy a készítőknek, hogy, hogy ezt a karakteret így szerepeltették ilyen minőségben. Ja, a, a, az, az, hogy, az, egyik oldalon teljes debírségek és idióta vannak, és a következő meg trancsír, az, az, az teljes mértékben benne van a, a, a képregényben és a Kirkmanbe, és, és tényleg, tényleg, az, a, az a, a, zseniális benne, hogy működik. Tehát, hogy a, 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 amikor poénkodik, akkor nem érzed azt, hogy, hogy, hogy egy komoly képregénybe próbálnak hülyeségeket eladni, és amikor trancsír van, akkor se érzed azt, hogy, hogy basszus, mi, mi, miért trancsíroznak itt, amikor ez egy ilyen tök jó hangulatú szuperhős valami. Uh, hanem, hanem teljesen összeáll az egész, uh, holott, holott nagyon-nagyon debílt tud lenni a, 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 a humora, de nagyon jó értelemben. Igen, ö, meg ö, igazából... Ö, ez egy tényleg egy klasszikus uh, szuperhős uh, történet. Legalábbis ez most ez az első évad, uh, ez alapján mondom. Uh, a, és az attól működik, uh, meg attól egyedi, hogy így uh, kicsit úgy mindent kiforgat. Hogy így nem teljesen, mint a The Boys, hogy így néha leviszik kutyába a legpozitívabb értelembe, hanem hogy, hogy így uh, van egy új szuperhős csapat, például ugye, akik megalakulnak a nem tudom a Trintinánoknak a az itteni megfelelője, akik az új Justice League lesz ebben a világban, és ott például a, nem tudom, ez az Atomív, hogy egy ilyen egzisztenciális válságba kerül, hogy nem tudom, tehát ilyen kapugyítási pánik, vagy nem is tudom minek tevezzem, hogy, hogy ő. Az erejével nem azt akarja csinálni, hogy így jönnek a szupergonoszok, és felrobbantják a város, és akkor ő megmenti a, azt, a, azt a, az egy embert a százból, hanem ő, mit tudom én, el akar menni egy ősertőbe, és ott segíteni, az özönvizet megállítani, meg, ahol több ember tud megmenteni. Tehát benne vannak ilyen témák is, és ez kurva jó. Vagy ott van például a robot történet, aki ilyen what the fuck, hogy így, az volt a, 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 a azóta másik, ami, ami így néztem, hogy ez mi a fasz, hogy így, e és konkrétan átjön az érzelmi vonulat annak a történetnek, miközben valahol meg egy fasság, mármint, hogy így, a a amikor először behozzák azzal a két gonosz párossal ugye, aki klónozza magát, és... És fantasztikus egyszerűen, hogy. Uh, hogy Aztán a, azzal a kislányal is, amit kezd a, a, a robot, mondjuk azt még idén tudtam megfejteni, azt gondolom, majd későbbiekben lesz fontos, hogy ott az, mi ez a kapocs, vagy hogy mi ez a kapcsolat, ami miatt így a, a robot uh, meg akarta ott ennyire menteni. Uh, a, a, nem jut eszembe, a Monster, Monster Girl. A Monster Girl, igen. Uh, hát hogy... az egy. Az egy... Tehát az, hogy azt, azt az egész, egész uh, robot storyline, story tehát az, hogy ő, ő ellopja a rexplode a DNS-ét, és leklónoztatja a, a Mordori és aztán abba átülteti a tudatát, az sokkal később történik ja, a, uh -huh. a, a képregényben. Majd mindjárt erről még, még okoskodok egy kicsit. Uh -huh. Tehát, hogy megtörténik, és, és azt hiszem, eléggé így Uh, így történik meg, uh, ott egy picit többet építik a karaktereket még ezelőtt, de, de annyi, hogy ő, ő szerelmes lesz a, Monster Monster Girlbe, gyakorlatilag ennyi a, ennyi történik, és ugye valahol, valahol, ugye az a kapocs közöttük, hogy, hogy ugye a Monster Girl is, aki, aki nem tudom én egyébként 20 valahány éves, csak kinéz 12-nek, uh, és a robot is ugye akár a, 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 az eredeti idéző, tehát a, a, a eltorzult formájában, meg ugye robotként, és ő is egy, egy, valaki, aki, aki nem úgy néz ki, mint aki ő, is, és uh -huh. van egy ilyen valami benne, de egyébként meg, meg nem tudom, hát szerelmi száll. Hát csak, csak, ugye itt ugye megint az van, hogy tesznek bele egy óriási nagy fordulatot, hogy amúgy ez, amúgy ez szabad, ilyen szerelmi szállat amúgy működtetni, hogy amúgy egy 12 hát éves testű gyerekkel, pedofíliának minősül, vagy nem minősül pedofíliának. Mert ugye hát, nyilván nem. Ne, nem, lehet a robotot se ugye egy átlag férfinak nevezni, mivel ugye ő is egy ilyen nagyon kvázi autista, vagy nem tudom milyen fajta karakter, egy borzasztóan intelligens figura, és ö, szerez magának egy testet, ez full pszichopata amúgy csávó, tehát az, ahogy ezt így egy várádintás elintézte, hogy amúgy ja, lenyúltam a testet igazából nem kérdeztem meg, és, és hogy amúgy ott van egy, egy lány, akivel amúgy lelkinek tökre egy hullám hosszon vannak, és amúgy ő korban amúgy ideális korban van, mert 24 vagy 5 éves, én úgy emlékszem a sorozatban azt mondják, Igen. csak közben meg testileg egy 12 éves szintjén van, és akkor, és ez csak egyre rosszabb lesz, tehát ő ugye mondta, hogy minél többet változik, hát annál fiatalabb lesz. Tehát még az a 12, ez még a történetben, amit mi látunk, ez még így is a legkevésbé ótvar, ö, morálisan, hogyha belegondolsz. Tehát később az hát, majd 5-6 éves lesz testileg. Igen, de hogy ugye ugye ezzel párhuzamosan, meg ugye a, 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 a robot, az, az meg. Tehát nem csak, hogy leklónozza és ugye ellopja a testét a, a, a Rexnek, hanem hogy tudatosan egy tínédzser, Uh -huh. korig öregíti csak azt a testet, és ő tudatosan a saját 20 akárhány éves elmét is egy ilyen testbe ülteti át. Tehát azért, az, és igen, ezért mondom, hogy egyébként tök jó hangulatos sorozat, és aztán bedob néha egy ilyen, ilyen atombombákat, hogy ezért így ülsz egy hétik hogy mi a fasz. <laughs> igen. És, és még, még lesz az ilyen. De de egyébként a, 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 az ikreket, a Molar twin Twins, ő, ők is ha? szerintem ilyen, ilyen az, hogy egyébként ez a, ez a, a, a tele van én zseniális mellékkarakterekkel. Uh -huh. uh, tehát a, a, a akik, akik ugye nem emlékszem, hogy mennyire, mennyire jött át a, a, a sorozat, úgyhogy bocsánat, lehet, hogy kicsit spoilers leszek, de ugye az a lényeg, hogy, hogy ő mindig, mindig leklónozza magát, és, uh, soha nem tudják, hogy melyik az, igaz, melyik az eredeti, és melyik a klón. Igen. És, és ez a zseniális, hogy ezért tudnak együttműködni mert nem tudják, hogy melyik az alá, fölé rendelt. Hát csak én, én azt nem értem, vagy nekem az nem volt tiszta, hogy amúgy miért jó eznek, miért nem csinál több klónt mondjuk magának? Miért nem dolgoznak akkor hárman, négyen együtt, vagy akár többen, mert biztos, hogy eredményesebbek lesznek. Gondolom, hogy valami ilyesmi van a háttértörténetben, hogy amúgy neki volt régen egy ikertestvére, csak meghalt, és ezt egy ilyen klónnal akarja helyettesíteni. Tehát, hogy eredetileg valami ilyesmi volt csak utána el a krónozós megoldásra, mert ez egy tulajdonképpen egy megújuló humán erőforrás így. Ö, azt, hiszem, azt, hiszem, hogy ennyire nem megyünk bele az ő előtörténetükbe. Aha. Ö, majd, mert ezt, egy, egy fordulatra még nem, hogy egy ilyen, egy ilyen, ö, szituációra emlékszem, de hogy, de hogy azért ők annyira nem, nem mélyek. Aha, ilyen jó. szempontból. Egyébként abban is, abban is zseniális a, a, képregény, hogy, hogy teljesen hozza azt a, azt a klasszik szuperhős formulát, hogy így, így megjelenik, legyőzik, akkor nem tudom, elsúnyognak, és húsz résszel később visszajönnek. Mert addig tart, uh, amíg felkeltetik a klónt igazából, igen. aki meghalt Csak az, és az van, hogy, hogy igazából most lesz majd még, nem tudom én, egy csomó ilyen mellékkarakter, és akkor tényleg azok, azokat variálják. Ugye most azért itt már belengedték ezt a marsi marsi vizéket. A, a Inváziót, vagy mi a faszom az? <laughs> hát a, face, a hogy ugye ott a marson rátapadtak, hogy mi tudatot szereztek, mert ott maradt a csávó. Ugye azzal párhuzamosan azt, hogy az egyik marsi alakváltó az visszajött a földre, akkor ugye itt vannak a mólerék, uh, Ugye behozták már a, a, az elend Alien-t, szetrógen a hangja? <laughs> ja, igen, igen, az óriási <laughs> megőrülés. Meg, meg a kedvencem nekem a Titan volt, a Maharsaláli karaktere. Az, az a rész, amúgy, meg a, a, az egésznek a, a, amire kifutott, tehát ez kurva jó. Tehát az önmagában igen. is egy olyan rész, hogy így bazd meg. <laughs> És gondolom az is. Tehát a, a, az első évad végén, ez nagyon szép összefoglaló volt, hogy mi vár még rájuk. <laughs> Azt úgy éreztem, hogy az úgy az elkövetkező, de nem tudom hány füzetnek a története, ami ott van. <laughs> és igen, én ott, én ott vártam volna még egy karaktert, nem, nem fogom elmondani, hogy ki volt az, aki akit úgy, úgy bírtam volna, ha ott megjelenik, csak egy egy villanásra, hogy ő már ott készül, mert az is egy zseniális uh -huh. koncepció, és, és eléggé a következő egy-pár részben fog ő megjelenni. Ha. De. De jó. Ö, és akkor tényleg még, még ilyen, ilyen morális atombombák egyébként a, a, az egész Riani ugye a, a D.A. Sinclair, ezeket a zombi katonákat, akik egy gyártja, és ugye az, a, a, Cecil az, az gyakorlatilag azt mondja, hogy akkor gyere, csinálják nekünk katonákból ilyen zombi, ízéken, zombi hadsereget. Ja, igen. Az is egy, az is egy ilyen, ilyen el, 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 dolog. Hát tudod, ez olyan, mint a, mikor, hogy feltörött például a, a valami nagyon durva titkosítási vagy biztonsági rendszert, és akkor utána leül a büntetésed, és utána pedig munkát kapsz náluk. <laughs> és itt is ugye éreztem, hogy és amúgy tökre ö, élhető ez az egész, meg amúgy hihető, hogy amúgy rohadt nagy szükségük van rá, és ez az ő szolgálatukban csodákra lehet képes. Most kérdés azt nyilván, hogy mire fogják használni. De most nekem Olyan. úgy tűnt, hogy a, a Cecil az igazából ö, a szándékai általában jók. Csak Igen. ugye ro, roható gátlástan kicsit ilyen Nick Fury is, és ö, igazából mindenre hajlandó. Abszolút. És valtó guggins minden helyre, mindennek a hangjára be lehetne tenni, mert annyira, én annyira bírom azt a fiszkót. De meg ha már itt tartunk, tehát hogy mi, mi a szar ez a voice casting, tehát hogy itt kb. Ja. a legutolsó járókelőnek is az a hangja, aki így meg. tehát hogy így, itt, itt olyan szereplő, na a főszereplők azok a, a Steve Young, a Sandra a J.K. Simmons, a Zazie Beats, a Walton Goggins, a Gillian Jacobs, akinek én olyan hatalmas szerelmem, a Zachary Quinto, uh, aztán mellékszerepek, olyan emberek vannak, hogy Clancy Brown, Mark Hamill, Marshall Ali, John Hamm, Seth Rogen, uh, volt az Ezra Miller is, a uh, Hunzo, uh, például nem tudom, Gásper, tudod -e, de hogy a, a Guardians of the Globe hangjai, az mind Walking Dead egy szereplő. <laughs> az összes. Ez, ez, ez így lehet, nem ez, volt meg. A Robert Kirkman lehet, hogy ez, egy, ez egy, egyfajta kritika a sorozat. De a, a, a Steve Jan attól még a főszereplő. Tehát, igen, hogy igen, Az, az, az Oscar jelölt most már Steve Jan a Minariból, meg amúgy a Glen a Walking Deadből. Igen. Tehát a Stevie egy jó éve van, úgy érzem. Neki Te, nagyon. Ne? Azért nem, nem nem semmi. Meg tényleg az, hogy kín, koreaiként egy amerikai teenager fiút szinkronizáltak jó. De ez szerintem, hogy félig ázsiai az a karakter, nem? Tehát, uh, hogy uh, anyuka az úgy néz ki. Ja, itt igen, tényleg. Picit, picit, picit jobban rá, ráhúztak erre a képregénybe, és ott ott is az, hogy a Debbie egy picit ázsiainak néz ki, de hogy igazából nincs erre soha uh, nem mondás, vagy, <laughs> vagy utalás, vagy bármi. A, a, a márka az nem annyira, és itt egy picit, picit, én is azt érzem, hogy arra jobban rámentek, hogy, hogy ázsiaiak. Miért ne? Tehát, hogy oké. Okay. De, de most csak az, hogy látod a képen, hogy hogy néz ki, mert hogy nyilván, tehát, hogy tökéletes amerikai, őslakos amerikai az összes, és, és mindegyiknek hát nem hibátlan. De már, mint úgy értem, hogy született amerikai, ott tanult a nyelvet, az, az a nyelve. A, é, abszolút, tehát, hogy az angol az anyanyelve. És ez igaz. abszolút jön. De, amit mondtál Gáspár, az mennyire volt például releváns változtatás, hogy azt hiszem az ember az a képregénybe például fehér, ugye? Vagy Hú, hát, a, a, igen, a, az emberhez nyúltak hozzá leginkább. Mind, mind külsőben, mind egyébként személyiségben. Na most annyira nem nem olvastam most újra a képregényeket, de hogy ott, ott, azért az ember az sokkal inkább még egy ilyen klasszikus, hát külsőre mindenképp egy, szőke, egy fehér szőke csaj volt. Hát ott uh, a Gwen Stacy, nem? Tehát, hogy így hát akár... gyakorlatilag igen, csak, csak nem, nem volt egy hülye csaj, de hogy sokkal inkább ez a klasszikus uh, uh, gimió csaj volt. Hát. És ugye, és ugye ott volt, ott, ott az volt, hogy, uh, hogy, uh, ott is ott valami ilyen, ilyen bulival össze balhézott a, a Márk, vagy valami hasonló szitu volt, csak ott, ott sokkal, tehát ott nem az volt, hogy a, a nem tudom, hogy megvitte az embert, vagy az ember őt, hanem, hanem ott ő lenyomta le, le a saját kis izé, kakasharcát ezzel a csávóval, és akkor az ember így hogy itt a számom. Tehát mondom, ez egy ilyen sokkal, sokkal klasszikusabb Aha. Sokkal, nem tudom, én előző, előző évszázadban vagy évtizedben élő sztori volt. Nem gondolom, hogy bántóan van egyébként, tehát mondom, hogy nem, ő nem egy, nem egy ilyen izé csaj volt. De hogy ugye azért ehhez képest a, a sorozatban az ember, aki aki azért sokkal karakánabb figura, meg ugye ez a segít a, a mihez community centerben, tehát hogy önkénteskedik meg, meg stb. Az, az azért ott nem volt. Aha. De, de azt gondolom, hogy megint csak ezt mondom, hogy, hogy ugye igen, van különbség a két ember között, de, de nem, nem gondolom, hogy, hogy az egyik vagy a másik az jobb vagy rosszabb lenne, mert, mert ehhez a koncepcióhoz, tehát ebbe a, ebbe a, a sorozat koncepciója az meg ahhoz, hogy ez mondjuk 2021-ben jött ki, ahhoz, ahhoz jobban, valóban jobban passzol az ember, de, de ugyanakkor meg nem lett erőltetett, és nem azt érzem, hogy hú, most ezért meg kellett mondani, és kellett ide egy, egy fekete karakter, hanem, hanem úgy, csak jó körülnéztek, oké, ezt a karaktert egy picit fel lehet húzni, lehet ez még jobb, és akkor mondjuk legyen fekete, és még, még valamit hozzátettünk a dologhoz igen Anélkül, hogy mondjuk nem tudom, beleszartunk volna a, a, a korábbiakba. Kicsit olyan egyébként ez, mint a Boys-ba ezt megállás, akartam azt a mellett, igen. igen. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy úgy az a, a, a készítő gárda, és milyen elegáns itt is egyébként az elmondásod alapján, hogy, hogy így megváltoztatják, de hogy így lehet, hogy még jobb is. Tehát, hogy <laughs> ez tök érdekes, mert nagyon ritkán sül ez így ilyen jól, egy ekkora adaptációnál, hogy akkor változtassuk meg. Mert az általában ugye ilyen nagyon ö, látványos, és érzed rajta, hogy ö, ezt biztos a izé, film miatt változtatták meg, de itt meg pont az ellenkezőjét érzem, tehát hogyha te nem mondod, én rá nem jövök, és nem érződik ilyen izzadságszagonak, hogy oké, okay, legyen itt egy ö, fekete karakter is, vagy bármilyen. Jó. Tehát ez, 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 így kell autentikusan PC-nek lenni, vagy hogy is mondjam. Tehát hogy ez így tökéletes. Nekem egy bajom volt, tehát ha egy negatívumot ki kell emelni a sorozatba, ez pont a ez jö. a szerelmi szál. Nekem ez nem. Tehát, hogy egy kicsit érdekelen volt néha ez a, ez a szerelmi szál, ami egy klasszikus, ilyen, tényleg ilyen Peter, Peter Parker Mary Jane történet Absolut. volt. De de valahogy nem, nem tudom, engem ez az ember karakter nem mozgatott meg még, remélem majd a következőkben megfog. Nem, Engem így... egyenesen idegesített. Nagyon nem bírtam az embert. Fú. De, tehát a hülyét de kaptam lehet, ettől, van. hogy, hogy basztatja a szerencsétlen Márkot, hogy, hogy hát, hogy miért tűnsz ennyi időre meg minden, és utána vág, fejéhez vágjam, hogy hetek óta tudom, hogy szuperhős vagy, akkor bazd meg, minek kellett folyamatosan neki esni, hogy amúgy lelép. Tehát, hogy, 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 töké, meg hogy, meg hogy izé, hogy nem jó az ok, ami miatt lelép. Hát ennél jobb okot hol akar? És emiatt hát, így hülyét kaptam tőle. De szerintem itt ugye arról, arról volt szó inkább, hogy, hogy, hogy azt várta valahol, hogy a márk elmondja neki, és megvízik benne annyira, hogy, hogy, ezt megosztja vele. Ö, és ugye ez nem történt meg. Ö, és közben meg a, a az embert meg ugye építeni akarták azzal szerintem, hogy ő, ő, ő amúgy rájött. Tehát, hogy ő, egy, ő nem egy hülye csaj, hogy ő rájött arra, hogy a a az az Invincible. Ö, lapozgatom itt közben a hogy hogy ő, ő mennyire volt ebben jobban, vagy jobban, jobban be volt-e hozva. Ö, azon egyébként, hogy a, a, a képregényben az jó jóval több ilyen, pont ez a Peter Parker ez egy középiskolai élete, ö, és a többi ilyenek voltak. Öm, nem, nem, nem túl részt, azért volt egy pár ilyen filler. Filler ez az, hogy öm, hogy jön neki a civil élete, az, az hogy alakul meg azzal, ami történik, és, és, ez, is, ez is az, ami tök jól működött, az, hogy, hogy ő egyszerre tehát egyszer, egyszerre látsz egy ilyen tök jó tini drámát, vagy az is, az is megy, hm. meg a szuperhősös vonal, és ezt, ezt, egy kicsit, kicsit szerintem le, letekerték a, 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 sorozatban, amit kicsit sajnálok, de hát majd meglátjuk, hogy ezt vissza, visszahozzák-e, vagy belemennek. Ja, lehet, hogy a második évadban erre jobban rámennek, ki tudja, és akkor lehet, hogy nekem is helyre billen ez az egész, mert mondom, én nagyon szeretem például a Peter Parker-es vonalat és a, mit tudom, a középiskolás uh -huh. szálakat, csak valahogy itt ezt nem, nem, nem éreztem még annyira. Tehát a kémi, inkább úgy mondom, hogy a kémiát nem éreztem két karakter között, és ezért nem érdekelt az ő kapcsolatuk. De remélem, hogy a jövőben ez máshogy lesz, mert tényleg minden adott hozzá, mert ez két tök jó karakter, és nyilván ugye itt idegesítő ez, a, amit az ember csinál, de közben meg ez annyira ilyen tipikus, szuperhős sablon megint csak, hogy így hibáztatja, miközben tudja, hogy ez. ez minden, amit csinál ez, ez a sorozat, ez annyira ilyen szuperhősös. <laughs> és úgy teszi hát csak hogy... tök jól mindig kifigurázza ezeket általában. Aha. Tehát azért mindig, mindig, amikor mondod, de ez nagyon tipikus lenne, és akkor mindig csavar rajta egyet, csak pont ezen a tili drámán nem tud eleget csavarni. Azon kívül, hogy az ember hát most tudja, hogy ő a hős, de igazából ugye ezt már a basic képregényekbe is bele szokták rakni. Hogy uh -huh. lelepleződik a valódi személyazonossága a karakternek. És ezt valahogy nem kezelik jól, mert amúgy meg a sorozatban jól működik a dráma. Tehát, hogy amikor meg tényleg a, például az apjával való kapcsolatát ö, mutatják be a márknak, vagy a házasságát az Omni-mennek, a, ugye az asszonyjal, az a bizonytalanság, meg az a gyanakvás, az rohat jól működik a sorozatban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyszerűen a dráma nem áll jól a sorozatnak, mert ez itt nem igaz. Ez a tini dráma egyszerűen valahogy nem áll össze. Vagy nekem, vagy úgy általában nem működik annyira. Ez majd még simán tényleg épülhet később a későbbi epizódokban, de most jelenleg engem ez az egyetlen egy, ami taszított a sorozatban. Uh -huh. Szerintem. Második évadban majd ezt. Biztos vagyok benne, hogy, hogy lehet, hogy helyre rázódik, lehet, hogy ugyanilyen lesz. Fogalmam sincs. De amikor vége lett ennek az évadnak, akkor kicsit úgy voltam, hogy ez, ez zseniális volt, de hogy ebbe van még. Most, oh, annak -e hogy annak ellenére, hogy láttam, hogy ugye azt az utolsó montázsjáratot amikor készülnek a következő évadra a, a különböző mellékszereplők gonoszok de hogy így ez egy nagyon erős apa-fia történet többek között de az volt ugye itt a középpontban ebbe az évadban és hogy hogy ebbe van még esetleg több, és akkor van. Gáspár te mondtad, hogy ez van. egy univerzum <laughs> hát ja, egyrészt igen igen, és euh, biztos vagyok benne, hogy van, nem tudom, itt tízenni tuccegás pár erről valami. Hát jönnek biztos szerintem a Vegita bolygóról, tehát hogy tudod, <laughs> Dragon Ball Flash volt ezzel a. Igen. Egyébként az, nekem az egész. Viltrum. viltrum? Viltrum, igen. Na, igen, Viltrum, tehát ez száz százalék, hogy majd onnan jönni fog egy egész hadsereg, és akkor majd a földi Avengerek majd összeállnak, és jön velük ez a. Mondták, hogy van valamilyen bolygó közé ilyen civilizáció, akiket, Igen. akik a Setrogenéket is küldték. Balance. Na, tehát ők is biztos be fognak szállni, és egy ilyen nagy intergalaktikus háború lesz belőle. Pont valószínűleg a Föld közelében valahol. Mert én nem gondolom, hogy ilyen nagyon ö, ilyen nagy bolygó közi történetet fognak előrántani, maximum egy naprendszeren belül. Néhány kisebb kitérővel. Én... Aztán Gáspán Én... nem mondjon semmit. Én most sokat, sokat sejtetően tudom, mosolygok ki, és simogatom a szakállamot. Jó, megrendeljem megrendelem a regényt, nyugalom. De ennyi elég lesz szerintem. Tehát most tényleg az lesz, hogy, hogy gondolom évente egy évadot le fognak hozni, mert nem olyan durva amúgy az animáció minősége, se nem rossz, se nem jó. Tehát szerintem ez a több basic tévés, mármint inkább sorozatos animáció minőség. Nem egy keszövéniát nézünk azért, de azt, ami tudnia kell, azt tudja, és szerintem egy ilyen minőség mellett, hogyha amúgy az írók kézben tudják ezt tartani, akkor évente tud jönni az új évad. Mert azt olvastam, hogy második, harmadik évad már be van rendelve egyszerre. Igen, Igen Nagyon és... Olyas. Mondtad itt a látvány, de nekem pont azt tetszett egyébként ebbe, hogy ilyen valóban igaz, hogy nem, nem egy ilyen nagyon-nagyon látványos, nagyon kidolgozott uh, rajz, de hogy olyan, mintha egy mozgó képregény néznék. Nekem ezt tetszett ebben Hű. az egészben, hogy mintha így megelevenedett volna maga a képregény, pedig sose fogtam a képregényt a még, de hogy tényleg olyan, mintha egy mozgó kép, képregény lenne a tévében, és ezt tetszett, hogy láthatóan ez egy tudatos koncepció volt, hogy uh, hogy tudunk olcsón minőségét kihozni, hát úgy, hogy konkrétan megcsináljuk a képregény mozgó képként. Szerintem. E, igen, egyébként nagyon-nagyon erősen követi a, a, a rajzolási stílusa a képregénynek a, a stílusát. Tehát az gyakorlatilag kb. copy-paste hm. az összes karakter, meg, meg, meg hátterek, meg mindent. A, a, a képregé... És az Omnimen is? Egyébként így néz? Abszolút, abszolút. Csak a J.K. Simons meg Simonsz. van rajzolva. Igen, én azt hittem, hogy a JK Simmons miatt lett ilyen az arca, de hogy akkor Nem. konkrétan így néz ki. Nem, teljes te mértékben így néz ki. Szerintem uh, mondom, hát a, a, az emberön kívül gyakorlatilag mindenki, tehát maximum ilyen minimális picit, picit finomítanak rajtuk itt ott vagy. Uh -huh. Vagy picit más a, 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 a valami de de hogy ezek ilyen nüansznyi különbségek abszolút. Ö... Uh, mit akartam? Ja igen, és, és igen, tehát hogy a képregény is, is, is ez a klasszikusabb uh, vonalat követi, és nem a, a, a nagyon, nem tudom, milyen plastikusabb, műanyagszerűbb rajzolást. Uh, és, és ezt szerintem ott is, meg itt is tök jól működik. Uh, Én még... Igen? még egy dologról beszélnék, ha, ha valamit szerintem nem csinált jól a sorozat, volt, volt egy jó nagy tematika, ami, ami nekem nem annyira jött be, ahogy, ahogy a sorozat csinálta. Ez a... Ez a hát, ugye végül is a, a, a az Omniman és az Invisible harcának a kicsúcsodosodása, vagy az, ahogy eljutottunk oda. ugye, és a, a, a képregény ez ugye úgy, úgy viszi a sztorit. Elmondom, mert gyakorlatilag ugyanezek az elemek vannak, csak picit más, összerakva. A, a, a ettől függetlenül majd vedd meg, mert kúra jó. Mind mindenképp, mindenképp, kúra jó. Mind mindenképp csak kicsit uh, drága. de hát drága. Zárójel. Az... <laughs> uh, Zárója, -e, zárój -e. uh, Ultimate uh, Collection-ben nagyon-nagyon szép uh, kiadványok vannak Invincible-ből, A4-es méretben. Uh, tizenvalahány szám van egybe össze, összerakva, és rengeteg extra van a végén, konceptártok, meg, meg egy pár ha. gondolat, meg, meg, ilyen, ilyen origin story ami az is önmagában is mindegyik egy, egy külön, külön paródia, vagy nem is tudom. Úgyhogy abszolút érdemes, valóban azért nem, nem olcsók ezek, de, de gyönyörű szép kiadványok zárója oh. Záró. Patreon.com uh, per... Igen, patreon.com <laughs> per Radio Ezt még ezt nem mondtad be az elején szerintem, Nem, hát akkor ennyi. a patreon.com per... A Gásper nincs a vége? <laughs> Radio up. Igen, ott tuk, ott tudtok minket támogatni, kedves hallgatóink. Na, hogy, hogy a, a, az egész kb. ennyi sztorinak az éve. Ugye omni és, és Invincible között a képregényben az, az ugye nagyjából úgy néz ki, hogy ő öm, ugye ele, eleinte építi őt, mint, mint apuka, aztán ugye megtörténik ez, a, ez a, a az, hogy lemészárolja a Guardians of the Globe-ot. Még egy pár részen keresztül itt öm, megvan ez a suspense, hogy te már tudod, hogy mi történt, de ők még nem. Ö, és ugye minden mellett, a, a, vagy ezzel párhuzamosan, meg ugye ő, ő, ugyanúgy ő eds a márka, gyakorolnak, a márk is már, mint, mint Invincible a, a, az egy pár saját ütközetét lenyomja. E, és az van, hogy ugye a, a, a feltámasztják a, az Immortalt, akit ugye, akit ugye lefejezett az Omniben. És, és, az, hogy abban a pillanatban elszabadul az immortál, és rárepül az Omnimenre. Megtem, hogy az Omniment, és Omniment ugyanúgy ö, megküzd vele másodszor is, és, és, azt mondja neki, hogy, ö, hogy, hogy, egyszer már megöltelek, ez másodjára se fog gondot okozni. És ezt hallja meg a Márk véletlenül. De, de hogy ez az egész, egész ö, Um, ott az a szörnyeteg, ami, amit visszahoz a Cecil, az nincs, hanem ezt meghallja a Márk, akkor kiderül minden, és, és megküzdenek. Egyrészt van egy, van egy baromi jó visszautalás, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy a, 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 sorozat ez picit, picit így el, um, nem tudom, elsiette. hogy az van, hogy a, a valahol az első vagy a második részben van az, hogy hogy leül a, 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 Nolan, hogy fiam, beszélnem kell veled, és elmondja a, a, az áll Viltrum sztorit arról, hogy a, 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 Viltrum, a Viltrumiak azok, azok ugye felépítették ezt a, 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 világokat segítő bizottságot, akkor mindig kiküldtek egy-egy ügynököt, ugye az, az jobbá tette a, a, azt a bolygót, meg megvédte az ott lakókat, stb. Aha. És akkor ugye ennek a, ennek a a, amikor megjelenik az Invincible, miután lefejezte a, a az Immortált az Omniman másodjára, akkor a, a, ugyanez megismétlődik, tehát ugyanabból a, a, a kép, kép kivágott, ugyanabban a pózban ugye azt mondja az Omniman, hogy fiam, beszélnünk kell, és elmondja konkrétan, tehát ugyanazokkal a képkockákkal a, a Viltrumnak az igazi történetét. Csak azt látod, hogy mit tudom én, még az eredeti, vagy az első sztoriba ő azt mondja, hogy hát igen, ott megjelentünk és építettük őket, és látsz egy, mit egy Viltrumi ott, ott épít valamit, vagy ott segít valamit felépíteni, akkor ugye az igazi történetnél azt mondja, hogy mi Viltrumiak leigásztuk őket, és ugyanazt a képet látod, csak az a Viltrumi éppen nem tudom, én rabszolga sorba hajtja ugyanazokat a, lényeket. Ez, egy nagyon nagy zárójával. Mert hogy Na, de oda akarok kiukadni hogy, hogy, hogy az nem tetszett nekem, hogy a, a, a képregényben képregénybe egészen addig, míg az Invincible nem küzdött meg az omni mennel az Invincible-t nem győzték le. És, és tehát, tehát az, ami, az, ami, volt, hogy megjelenik a Battle Beast, meg, meg rongyosra verik, vagy PP velik az, invinciblet, az invincible az sokkal később van. És, és ez szerintem egy, egy, egy elhibázott dolog, mert ott azért az, hogy, hogy, építik tizenvalahány részen keresztül egy ilyen apa figurát, meg építik az invincible aki, aki egy új, ugye szuperhősök új generációja, ő is most, most jó, még tanulja az erejét, meg még nincs teljesen tisztában, de azért, azért nem győzték rá, tehát azért ilyen Mawler meg mit tudom én, Titan, meg hasonlókkal küzd meg, talán Titan nem, mindegy, nem, nem a Titan-nál még nem hülyeséget beszélek, de mindegy, de és, és hogy az első Első vereség az egy, gyakorlatilag tényleg majd meghal. Tehát ott a, a, a fogai ugyanúgy kiesnek, és ott fekszik a, a hegy tetején, miután a saját apja PP-verte. És és tehát szerintem ez az érzelmi gyomros, ez, ez, ez elveszett. Tehát ez nincs meg a, a, a sorozatban. Szerintem inkább az volt a probléma, legalábbis én azt éreztem benne, hogy, hogy tényleg az Invincible-t kb. minden részben fossá verték. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor ez így megtörtént, hogy, hogy ő maradt talul, és nem értettem azt, hogy az összes karakter arra játszik, hogy hát, hogyha az omni tényleg bepörög, hm. akkor csak az invincible tudja legyőzni. De hát, haver, a ha kb. a basic gonosz tevőkkel nem bírt el az invincible akkor hogy bírna majd el az Omni-mennel, aki amúgy meg kb. a leghatalmasabb mindenki közül? Igen. És akkor, és akkor úgy egyszerűen nyilván ez is ad valamiféle feszültséget, hogy totál esélytelen a föld, így ezzel szemben, csak hogy nem feltétlenül arra vágyik a néző, hogy jó, hát akkor kiírtja a földet itt helyből a, az, az Omnimen. Viszont ezt meg tök jól megfogták a történetben, szerintem rohadt katartikus volt az, ahogy végül is az Omnimen felhagyotta a, a darálása, mert tényleg a szegény invincible az arcával gyilkolt le egy egész metró szere szerelvényt, és az rohadt erős volt, és utána, hogy, hogy nyomja ugyanazt a, azt a demagóg szövegét a, az Omnimen, és akkor ugye a fia azzal hat rá, hogy, hogy de, hogy, hogy mindig amúgy ott leszünk egymásnak, és ez egy olyan gyönyörű pillanat volt, hogy majdnem megkönnyeztem, amire hm. abban nem számítottam ettől a sorozattól. Ezért ezért nyilván ezért óriási pacsi a készítőknek, hogy ezt így összerántották, meg gondolom, akkor ez a képregényben is így volt. Hogy, hogy, ez a történetszál így megvolt, de hogy megvolt az a katarzis, és ennek örülök. Viszont, viszont maga ez a, amire bazíroztak végig ugye a kvázi pozitív karakterek, az a néző tudta már az elejét, hogy ez hülyeség, ez nem fog működni. Aha. Ez csak ennyi. <laughs> ö, igen, ezért mondom, hogy, 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 hogy megint csak lapozok közben, hogy hogy tulajdonképpen a, a, a képregényben ott sokkal, sokkal inkább az volt, hogy igen, a, tehát az Invincible oldal az, az sokkal inkább az volt, hogy ő, ő ugye még próbálkozik, azért, azért vannak ö, keményebb ellenfelek, de hogy azért ő mindig, mindig végül is győz tehát azért a, a ellen is győzött, ugye végül ezek a, 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 a flexenek, ezek a zöldizék, akik öregednek, az is ez megint egy zseniális valami, az, az, azt hiszem ráadásul, itt, itt sajnos őket egy epizódba rakták be, Hát igen, uh, de viszont elég jól működött, hogy háromszor is visszatértek, és a flexereknek volt ez, vagy 60 évnyi evolúció. Persze. Még eljutottak a kidáig, és amúgy ez tök jól vissza volt Hát jó, csak, csak, mondom, tehát a, a képregény az azt csinálja, hogy valamelyik, izé, tehát hogy ezek a szegmensek, amiből volt három, azt hiszem, a, a egy epizódon belül, azok itt nem, nem egy számba történnek meg, hanem, hanem nem tudom, én egy csomóba. Igen, és akkor úgy, hogy most van három rész, nem tudom, történik valami, és egyszer csak megjön egy, Ezért flexon invázió, úristen, megint itt vannak, ja, oké, okay, rájöttünk, hogy a, 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 karperecék miatt nem öregednek, jó, törjük le a karperecet, és ezért akkor megint elvonulnak, és megint három részen keresztül tök más történik, és aztán megjelennek meg, és elrabolják az Omniment. Üh, és ezt is egy picit sajnáltam. De, de visszatérve a, a, a katarz is sem az egészre, hogy, hogy a sorozata sokkal inkább arra játszott, hogy, a, hogy azt bemutatni, hogy az Omniment, az ő, ő mennyire legyőzhetetlen. Tehát, hogy... Hogy, 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 hogy omnipotens. <laughs> igen, igen, de hogy, de hogy olyan szinten, hogy tényleg senki még a közelébe se. Zárójel egyébként a, a Lex Luthor Man of Steel című képregény, ami, ami ezt mutatja be, vagy ami erről szól, és nagyon-nagyon jó. Ami, ami a Lex Luthor szemszögéből ö, íródott meg, vagy az ő szemszögéből látjuk a, a és a Superman az gyakorlatilag egy lebeg a felhőkarcoló kívül vörös szemmel, és, és az, a, az, a, lényege, vagy az a, 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 mondani valójának, az egész történetnek, hogy, hogy itt van ez a, ezt biztos, hogy elmondtam, hogy itt van ez a, ez a szuperhős, tök jó, hogy megvéd minket, meg tök jó, hogy, hogy azért egyőszetetlen, csak mi a bánatos franc fogja őt abban megakadályozni, hogyha ő neki egyszer csak azt teszi be, hogy hát akkor én most leigázom ezt a bolygót, hogy kiírtok mindenkit, és semmit nem tudsz csinálni, mert Superman. És ezt, ezt, ezt mondja a Lex Luthor, hogy na ő ezért, ezért dolgozik, hogy, hogy ez mondjuk ne legyen. Zárója be zárul. hm. és, és, hogy, és, hogy, ezt mondom, hogy ez a, a az Invincible-be is azt érzem, hogy a, a sorozat az inkább erre ment rá, hogy ott, ott sokkal inkább az Omniment kellett felépíteni, ugye ezért volt a, a, az a szörny visszahozás is, de de mondom, nekem, nekem hiányzott azért az a, az, az érzelmi gyomros, hogy hogy a saját apja az első, aki őt iszonyatosan megveri. De nagyon-nagyon durván. Hm. Ja, hát ö, így elmondva egyébként, ö, nem tudom, ez, ez sorozatban mennyire működött volna, hogy mondhatni egy ilyen eseménytelen lenne a, a Márk sorsa, lehet, de lehet, hogy... Tehát ugye megint a két médium, hogy miben mi működik, és lehet, hogy az nem működött volna a sorozatban, ami képregényben működik, és lehet, hogy az képregényben nem működik, ami a sorozatban működik. Nem tudom, nekem így is egy nagy érzelmi gyomros volt, hogy a Gergőnek is ez a, meg, az, hogy ott PP veri a saját apja, és ott aztán tényleg így könnyek között így próbál a szívére hatni. Tehát ez, ez, egy, ez egy elég durva rész volt, és de ez az egész végkifejletre érvényes. Tehát, én írtam is neked, Gáspár, ugye, amikor az a metrós rész megtörténik, tehát Igen. ott, felugrottam az ágy, hogy mi a fasz? Tehát, hogy ja, mi? <gül> hogy? <gül> az, az, tényleg egy olyan húzás volt, amire, amire nem számítottam, hogy látok egy olyan snittet, hogy így vagy egy olyan tettet, hogy egy apa megfogja a saját fiát, és a testével okoz tömeg baleset, tömeg és a testével öl meg ö, rengeteg embert, és a szemünk láttára locsan szét mindenkinek a teste, meg az agyveleje, a, a azon a fiún, és így ó, puc, tehát így azt a kurva. Ilyet nem látni mindenhol. És, Igen, és az... nagyon durva. Azt, azt, egy picit azért fel, felturbozták, tehát a, a, mert visszakerestem az direkt, és azzal, hogy, hogy tulajdonképpen maguk az akciók, azok megtörténnek a képregénybe, és tehát ugyanúgy látod, hogy átvegye egy felhőkarcoló, meg ledobja a metróba, meg aztán onnan kijönnek, csak nincs, nincs ennyire kihangsúlyozva, hogy ott egyébként körülöttük mennyi, mennyi, ö, mennyi áldozat lesz. Meg én, én ezt egy picit túlzásnak is éreztem, Igen. mert én hogy, hogy be kell mutatni azt, hogy mennyire nem számít, de de itt szerintem legalább egy 15 ezer ember meghalt kb. Hát a, abban a 20 percben, és már azt néztem, hogy ez meg erről fog szólni, ez az epizód, hogy írtja ki az emberiséget, én 5 perc alatt is elhiszem, amúgy nem kell neki 50 perc. Végül 25 percnél azt hiszem megálltak, vagy 20 percnél, de akkor is már azt éreztem, hogyha már ennyi erőszak van, az egyszerűen elveszi az erejét annak hogy amúgy ez mennyire durva. Tehát amúgy ez szerintem az összes közül elég lett volna csak megmutatni mondjuk azt a metrósat. Nem kellett volna még egy lavinával amúgy letarolni, vagy egy hegyomlással egy egész falut, meg ilyenek, mert értjük így is. És, és nem, tehát a, a, az 500 vagy az 5000 között már nem biztos, hogy akkora a különbség van az ember szemébe egy ilyen jelenet sornál. Teljesen jogos ez is egyébként. Ennek ellenére teljesen lehozott így a, az életről, de ezt is most a lehető legjobb szívvel mondom, mert ez, ez pozitívum. Még a hülyén is hangzik, mert, mert, mert tényleg úgy annyi szuperhős filmet néztünk, ahol, ahol kurvára nem számított, hogy mennyi halnak meg. Tehát, ugye a Men of Steel el ezt igazán, és azóta ez egy ilyen mém lett, hogy ú, most a, ott a, Man of Steel végén mennyire leszarta a Superman az embereket. És láthatóan azért ez is ráfeküdt erre, hogy, hogy itt megmutassák az áldozatok számát, és hogy mondott Gergő, tényleg, tehát szorozva 30 al tehát hogy így az, bár átesnek a ló, ló túloldalára, de ennek ellenére azért, amikor ott bedobja nem tudom melyik város közepébe a márkot, és így átrepül azon a felhőkarcolon, és csak attól meghal rengeteg ember, hogy ő nem tud megállni, mert éppen eldobta az apja, és az úttesten odródik, és az autók annak az emberekre, meg a hoddogosra, meg egy felhőkarszoló összedől, és ott meg akar menteni egy nőt, és a fiát, vagy a lányát, és, és nem tudja megmenteni, és a keze ott marad a már kezében, és így fú, tehát nagyon durva képek vannak benne. Na, na, nagyon hihetetlen jó ez a sorozat, és tényleg ez a a, 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 a képregényeknek a csúcsa lehet a képregény, mert már így is ez a sorozat szerintem egy olyan egyedi darab, ami, 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 amiről beszélni kell. És úgy érzem, hogy valahogy így radar alatt van, nem? Tehát így nem nagyon beszélnek erről a sorozatról. Hát, hát... mert még csak az első évad ment le, és az sem régen. Szerintem ennek Aha. is kell azért, hogy bemutassák a második évadot, addigra, hogy fölkorbácsolják a hype-ot, és szerintem, hogy ez is el tud menni odáig, mint mondjuk a Boys. Uh -huh. Igen, meg, euh, Még egy dologra, bocsánat, vissza akarok kanyarodni, hogy, hogy a, a, a Gergővel értek egyet abban én is, hogy, hogy bár, bár voltak ennek a, a szekvenciának baromérős erős pillanatai, tehát tényleg az, hogy elhajítja ugye a Márköt, és sodródik, és pörög vég az utcán, és nem tud megállni. Az, az, zseniális, de, de én, én azt éreztem, hogy, hogy tehát biztos, hogy a, 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 Man of Steel miatt, vagy amiatt is hangsúlyozták ezt ki, de szerintem is túltolták egy kicsit. Ö, és engem, mert engem az zavart, hogy a, a, az Omni Man úgy tűnt, hogy itt mondjuk kvázi direkt öl embereket, holott holott közben meg nem arról beszél, hogy őket ki kell írteni, hanem azt, hogy, ezek, hogy, hogy nem számítanak. És, és nekem az, az sokkal ijesztőbb, vagy sokkal jobban össze, összeáll, hogy hogyha ő teljesen ignorálja mondjuk a, a, az embereknek a létezését, vagy azt, hogy ott, ott hányan halnak meg, de az, hogyha ő direkt vagy azt érzem, hogy direkt uh, írtja őket, az, 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 nekem elvesz, mert az egy sokkal ezerszer láttam már, és sokkal inkább gonosz a gonoszság kedvéért típusú uh, karakter lesz, mint sem az, hogy, hogy itt van egy mindenható uh, lény, aki, akinek a szemébe az emberiség az nem a hangyák. Meg ezt már egyszer ugye bemutatták pont a flexeneknél, amikor ugye átment velük, és akkor ugye, ugye a a sorozat valóságában el eltett Kb pár óra, ő meg valószínűleg évekig ott volt szerintem, vagy legalábbis több hónapig, és ott az egész civilizációt letarolta a picsába. Igen. És akkor úgy érezted azt, hogy csak azért, mert hogy volt jó, hát akkor én erre most rászánok egy bizonyos időt, és akkor let letarom az egészet, és ott már megkaptad azt amúgy, hogy az omni men az egy. Hát mennyire nem értékeli az életet, meg azt, hogy amúgy fenn kéne tartani talán egy civilizációt, vagy valamit, hogy mennyi ér az az egész. Ö, és ő csak egy egyszerű, hirtelen felindulásban akkor eltörölt egy egész fajt. És, és akkor most ezt még egyszer bemutatni, csak földel, mert hogy a néző is ember, és akkor jobban tud vele azonosulni. Ö, épp elég volt az azonosulás az amúgy az, hogy, a, hogy, ez min, hogy ezt az egészet a márknak a szemén keresztül látjuk. És onnantól meg kezdve nekem... rá a dráma ugyanúgy működött. Meg nekem, nekem egyébként nem annyira jött be ez a, az, hogy a, a az Omniman be bemérgesedik. Tehát a, a, ugye ez, ez egyrészt a, a, a itt a Flexeneknél is, meg, meg, ugye az, hogy, hogy ő néha egy a debbie is, ugye a feleségére is, hogy, hogy megint, csak, megint csak nem tudom, nekem az, hogy ő, 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 ő nem tudom, be, bepörög és mérges lesz, és azért kezd el zúzni, az, az nekem egy sokkal kevésbé hatásos, vagy sokkal kevésbé ijesztő, mint az, hogyha nem, ha nem, nincsenek ilyen kirohanásai, hanem ez egy hideg ö, ö, valaki, aki, aki leszarja az embereket, de úgyhogy nem érdekli. Tehát, mint ahogy érted, te, te is, ha mondjuk mész az utcán, és azt látod, hogy ott egy hangyás, és így rátaposgatsz, akkor te vagy a genyó, de hogyha csak mész az utcán, és nem is nézel a lábad alá, hanem csak mész előre. És, és, ezt, ezt a különbséget én, én, én úgy érzem, hogy a szándékossága vagy a bedűdése az, az egy sokkal, sokkal kevésbé erőteljes, mint az, hogy teljesen lesz arra, hogy mi történik körülötte. Hát mert ugye nehezebb megérteni, nehezebb ugye felfogni azt, hogy hát, hogy, hogy, nem számítunk. Persze. Igen. igen. És uh, igen, tehát hogy, hogy ebben is igazad van. Hm. De mondom, ezek, ezek már tényleg ilyen, ezek árnyalatok. igen, tehát kvázi, kvázi, apróságok, mert azért ugyanúgy ott vannak ezek a rohadt erős pillanatok, meg azért azért ez a, beletartja az arcát a, a, a metróba, azért ott és is néztem, hogy huha. Ez, kemény. Szóval, ja, mindenképp jó. Mindenképp jó. É, én még amit ki akartam emelni, és kis részlet, de imádtam. Két dolog. A másik, egyik az, hogy a, amikor bejön a főcím minden egyes résznél. <laughs> hogy ez, ez kibaszott jó. És a, a másik, amit yeah. imádtam ebbe, hogy amikor bejön, mindig egy kicsit több vérfröccsenés van. Yeah. Ott. És az ilyen, ajj, annyira jó. <laughs> annyira tetszett az. Zseni. Igen. Yeah. Úgyhogy ja, ez a, ez a Gáspár megmondta című sorozat volt. <laughs> hát igen. <laughs> Nem tudom. Ezt is vala... megmondta. Ezt megmondtad, de ezt második. is megmondtad. <laughs> Valaki még maradt valami. Vagy. Zárjuk le ezt az, 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 az adást. Hát szerintem tényleg ennyi alapján is azért, úgy egy eléggé mélyreható elemzést kapott, főleg az invincible de nyilván, mert ez az, amiről a legtöbbet érdemes beszélni, mert még ez nincs annyira elterjedve. Uh -huh. Ugye a Boys... A WandaVision, meg a Falcon, tehát hogy azokat már szerintem átrágta, amúgy mindenki száz százféleképpen. Többek között a, Boys. a vesztes filmbarátok is, ugye, ti is. Igen, <laughs> Igen ugye, mi is, is csináltuk egy kicsit más jellegű adásokat, meg ugye ott mindegyik sajátot kapott, azt úgy készítettük el, és akkor ott meg ugye a Sirinnel, meg a Black Shippen, meg a Szőlőskei Gáborral négyen. <kül> Igen, és ez tök jó adások voltak én tudom ajánlani. Örülök a csinál. boys, a boys az, az, az mennyire, hogy mondjam, mainstream, vagy mennyire közismert? A boys? Szerintem eléggé -e amúgy. Én nagyon sok ismerős Aha. tudok, aki nézi, meg a filmbarátok kibeszélőink is amúgy elég jól mentek. Na. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hogy az mostara már elért abba a státuszba, hogy, hogy ismertnek és híresnek nevezhető. Uh -huh. Nem csak egy ilyen réteg cuccnak, mint ami ennek uh -huh. mondjuk most mondanám az Invincible-t még egyelőre. Uh -huh. Nem, mert azt, azt akartam még, még mondani, mielőtt itt elkezdtünk nagyon mélyen én belemenni, hogy hogy de azt azt is gondolom, hogy azért az Invincible-hoz ugye kell az, hogy tehát kell, kell bizonyos előismeret szuperhős, nem tudom én, motivumokból, hogy, hogy lejöjjön, hogy átjöjjön, hogy ez mit, mit és hogyan figurálsz ki, vagy mit és hogyan gondol újra, de mondjuk, és, és lehet, hogy ezért nem annyira népszerű, mert hogy egyébként a, a nincsenek előttem sajnos eladások, de hogy azért azt gondolom, hogy a képregény változat is olyan, hogy, hogy tök jó, de azért nem egy pókember, tehát amit, amit így mindenki ismer, és mindenki tudja, hogy mi ez a pókember. Uh, és hogy és, és, szerintem a, a, sorozat is um, ez van, vagy ez lehet, hogy, hogy nem, nem annyira ismer, de hát reméljük, hogy majd most ismertebb lesz, és mindenki szépen megnézi, mert kurva jó. Valószínűleg ez a legjobb szuperhős képregény az univerzumban. Most idéztem a, a későbbi borítókra. Ja, értem, hogy Gáspár, Iszt Isztereg, ezek csak senki nem érti. <laughs> Igen, de ja. mindenki rendelje meg a szép kis példányt külföldről, mert itt, még nem kapható, sajnos, de, de talán e, lehet, majd láthatom. Lehet, kérdják. hogy nem baj, ha kapható, mert azért. A, 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 a csodálatos elnevezések, a, a különböző hősök meg, meg ellenfelek, az az <laughs> ja, igen. hát amúgy az official amazon feliratban sem voltak ezek lefordítva tehát hogy, hogy ugye már ez is kapott magyar feliratot az amazonon és én azzal néztem mm. és nem tehát a Damien Blood is Damien darkblad maradt nem feketevérű Daniel meg ilyenek nem. <gül> <gül> ilyenek nem voltak meg az Omniman is Omniman lett nem ha. mindenható ember vagy minden jó. autóba júsz. Oké. Okay. Atoméva. Legyőzhetetlen. I igen, hát sem ez... vagy minden. Az már foglalt a Bruce Willisnek, jó, hát meg igen, a sem Ez a, a baj. Hát jó, szerintem ennyi volt ez a jó kis szuperhős tévésorozatos tematikus adás. Köszönjük szépen, Gergő, hogy ismét itt voltál. Hát, szívesen. Ugye az Invisible-ről nagyon akartam, mert amúgy ha? az csak az adás miatt néztem meg most, A... mert amúgy és... hallottam róla, tudtam, hogy valószínűleg tetszeni fog, csak még nem biztos, hogy megjött volna a motivációm hozzá, hogy megnézzem. De így viszont, hogy volt egy határidő, hogy jó, akkor beszélni kéne róla, úgyhogy akkor nyilván előre vettem a listán. Nah, És amúgy nem. tényleg nagyon értékes sorozatnak tartom. És tényleg az a furcsa, hogy a, az Amazon saját magának gyártottam úgy konkurenciát tulajdonképpen ezzel a sorozattal a, a Boysnak, e, Ami nem feltétlen baj, mert inkább legyen két nagyon jó sorozatuk ugyanabban a műfajban. Mert, mert akkor ott legalább tényleg az lesz, hogy ha az ember egy ilyesmit szeretne látni, akkor az Amazonra fog előfizetni. De most azt mondod, hogy nem jó a Jupiter öröksége? Nem láttam a Jupiter örökségét, úgyhogy én nem akarom leszólni ezt a sorozatot. Hiába érdekelne, amúgy, mert szeretem a Steven Eisner-nak a munkásságát. Az első derdeville évad, meg a Spartacus is nagyon-nagyon minőség és fasza, sorozatok. Megijedtem, hogy a Pacific Rim második részét akarod mondani? Az meg pont amúgy nagyon furcsa volt, hogy pont az, bár jó, most tényleg az volt, hogy Csávó jobb író, mint rendező, és itt viszont még írni se sikerült neki. Úgyhogy a nem meg aztán tényleg se volt. De ja, attól függetlenül az is lehetett volna jó, a beszámolók szerint nem lett jó, úgyhogy valószínűleg nem fogom annyira erőltetni, mert nekem még a kritikailag sikeres szuperhős sorozatok se jöttek be feltételül, mint mondjuk az Umbrella Academy. Hát ez nem vagy egyedül, szerintem, mert én itt vagyok. <gül> <gül> úgyhogy lehet, lehet a pofonokat osztogatni. Gászper De az Invisible egy király sorozatja. <laughs> Na hát igen, ezt is megmondtam, úgyhogy... Ja, jó, ezzel a szép üzenettel zárjuk, hogy Gáspár megmondta. <laughs> Legközelebb találkozunk, fogalmunk sincs, hogy melyik adásban, de majd valahol remélhetőleg a közeljövőben gyártani fogjuk a kontentet. Csak rajtad múlik, Elkos, csak rajtad. Nyilván, igen. Kizárólag rajtad múlik, hogy mikor lesz meg a következő adás. Igen. Csak rajtad. Azt hiszed, hogy most a hallgatók hallják, és az nekem egy plusz felelősséget ad, de abszolút nem. Köszönjük szépen a figyelmet, szavazatok ránk iTunes-ba, vagyis nem szavazatok, de adjatok csillagot, és a Gáspárnak pedig köszönjétek meg az Invincible ajánlást. Igen, annyi csillagot adjatok a, a, mi az Apple Podcast-en a, a túnapra, amennyire gondoljátok, hogy jövőre a túnap fog állni az Oscar versenyben a, a filmbarátokkal szemben. Szóval négyet. Hát Ti <laughs> <laughs> Igen, ez így oh, ez van. Kicsit erőltetett volna meg későn. De ez egy. Ja, Gyerekek, egy nem jön volt a... szóvic, mi a fasz van? Jut eszembe, így uh, három óra után így, ad, senki nem vért egy kúra szóvicet elnyomni. Itt majd gás. Andrá, ugye uh, András, hogy andrás, andrás, andrás bevág egy. Muszáj uh, valami. Nem, mert én vágom most az adást, úgyhogy nem fog senki semmit bevágni. Nem, akkor most egy fade út fog következni. <laughs> Mondom, én vágom az adást. <laughs> Na akkor minden jót mindenkinek köszönjük hogy velünk voltatok sziasztok sziasztok